嫌い嫌いよビーコ嫌い嫌い嫌いよビーコ嫌い嫌い嫌いよビーコ嫌いわっわっわっわっわっわっ16. Több valamint három sam időm. Az erdőcs mezőt járám, eltűnődik. Hová lőm, az rím. Ne időm, vitéz mátyás király urunk, menj be szálas élettel, dapke siránkozunk. Igazság már az időtől nincs. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Szümeim merengének télen, szép Dunán hömpölygő olaj tengerében, s eltűnődék, hová lőn az jég. Bécsnek büszke várát, azért ostromolánk, mert az Óberencen túl tejet olcsóban találánk. Szent igazság, hová lendél? Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba. Most lőn csak hamburger lakoma, házi mozi szoba, füstölgő paripa, hősök a moziba.
pyzsük a moziba. Halljunk szót! Nagy Dalidó lesz itt máma, én mondom. Hát ez szuper buli, mert a jányom eladom. Lagzi Lajost vendégségbe meghívom. Az összes pipa dohányomat elszívom. Mert aki bújt, aki nem mire a nap felkel, Lagzi lesz és punktum a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A dégedű dice játszom, mert nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. A de kombiné, kombiné, a cipész kombiné, a vég az éjjel felhajtom majd én. A daja híd alatt, a híd alatt, a Margit híd alatt, ad ott hagytod a kombinétodat. De már meg a kérő vajon hova bújt? Há bizony a tablettásportól kinyúlt, vagy az ember piacon árulják már szegényt, tán elraboltatta Terry Black a vőlegény. De aki bújt, aki nem mire a nap fel kell, férjet kerítünk és a jány el kell. Jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. De igen, itt már loptam, de még nincsen cselló. Mert ha nincsen ló, ha nincsen ló, jó lesz a szamár is, hogyha nincsen ló. Ha nincsen... Hello! Mindenki, remélem, hogy hallotok és láttok engem. Ez itt a game lesz. Mindjárt Jana is mindjárt idejön. Hallom-e a játékot? Halihó, nyalihó, túl sok zsolóvert néztem, ő köszön be, így én nem fogok. Na, üdvözlök mindenkit! Liba, Pipa, Jasmin Horváth, Nara SSO, Justin Masterman, Victoria, Huna Channel, Azazel, Luan, SSO, Csenge, Evil Beats Family, téged is üdvözlünk, csak ha máskor hirdetni akarod a klubot, kérj engedélyt, please. Umarucsan, Szia, Melinda, Winfish, Elizabeth, Fekete, pont a ti leveleiteket írtuk ma. Ugye most készítjük. De igen, ma írtuk, tehát hogy őnekik emlékszek a nevére. Tehát ma csináltuk a borítékos cuccokat, lehet, hogy halkítanom kell majd a játék, ma majd írjátok meg, jó-e hozzám képes. Luan SSO, senki fia, üdvözöllek, itt van Mufi és Csoki Puszi. Az elég furán hangzik, Csoki zapkását ettél, az finom, Zsolt is itt van velünk. Justin Masterman is, mi most ettünk egy kicsit ilyen tofus szendvicset. Szia Bence, almát eszek, üdvözöllek, én meg nem, nem, hogy nem eszek azt. Vivi Boros, küld el nekem Instagramon és megnézzük azt a repülőgép szimulátort, hogy hogy tetszik live-on kívül nekem. Szia Hanna! És senki lánya, Bogi, üdvözöllek, mindenkit üdvözlök, itt van Jana is, Anna Mária Gulyás, szia, 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 Ali Huna Channel, ez ilyen jó kis beköszönő dolog, nem akarja a világ egyszer három hónapig, nem csináltam semmit, folyton ideges voltam, az nem jó. 10%-ot halkít csak, rendben van. Halk vagyok, halkítok, várjál, az Hulk, úgy kell mondani. Na, várjál. Be kéne állítani, de hol? P betű, mint... P, mint nem P. Na várjál, halkítunk egy kicsit. Ma olyan tetvésekre jöttünk rá. Elvileg halkítottam, de még játékon belül tudok majd. Horse Lover és Nora Taylor, üdvözöllek, üdvözlet mindenkinek. Lassan el is fogjuk kezdeni, ne használd, igen, ne írjatok nagybetűvel. Játék közben tudsz allítani. Tudom, csak még nem kezdjük el, mert még Janát is ide várom, meg a kávét, meg így mindent, kicsit csúsztunk. Addig osszátok meg Instagramon, hogy menni fog a live, és beszélgessünk egy kicsit. Képzeljétek el, most egy hónapja, hogy vannak tagságok, gyakorlatilag amúgy tegnap, de még nem váltott át.
Nagyon hálásak vagyunk, 34 taggal zártuk a hónapot, srácok, ezt én el sem hiszem, nagyon büszke vagyok rátok, és nagyon hálásan köszönjük, hogy támogattok minket. Ma megcsináltuk a borítékokat, amiben a tagságos matricák is bekerültek a 24 órás mellett, illetve a találkozón már volt, akinek oda is adtuk. Hogyha szeretnél tagmaradni, akkor majd meg fog frissülni, tehát hogy újra levonja az összeget és tagmaradsz. Tudod módosítani kisebbre vagy nagyobbra is bármikor, nézzétek meg nyugodtan, mikkel járnak. Szerintem már nem kell bemutatni, de a fülemből kiesik a fülhallgató, majd megoperáljuk. És hogyha valaki új tag szeretne lenni, arra is van lehetőség, és aki most lesz a legnagyobb tag, vagy a 700 forintos alatta levő tag, annak már borítékba el tudjuk tenni a matricáját, csak annyit fogunk kérni, hogy írja meg egyből a címet, meg minden, mert nagyon elkavartuk a dolgokat e-mailen. Instagram is jó, mert van, aki nem tud e-mailt írni, most nem várhatom el, láttuk, hogy nem tud mindenki e-mailt írni. Attól lehet, hogy nem használja. Igen, ezt majd átbeszéljük. Szia Luca, üdvözlet, bennem egy életre megmaradt Zsolt táncikál az esőben. Hát az egy fergeteges dolog volt, és láthattátok a videóba is. Úgyhogy nincs benne semmi még, a kávét kérdezte közben Jana. Amúgy tök szép a zenéje, meg minden magának a játéknak, nagyon sokat várok tőle. Tehát, hogy a Lost Emberen mi sírtunk Janával, kb. Azt a hatást várom ettől, ugye indie game. Indie game-eket már láthatatok, a Pinstripe, Sally Face, meg ez is az. Illetve volt a Lost Ember, én azt nagyon szerettem. Aztán mikor kijött ez a játék, Józsi Bálinnak, vagy József Bálinnak köszönjük szépen. Ő ajánlotta nekünk, de már szemeztünk akkor is, csak szólt, mikor akciós volt, és így féláron vettük annó, úgyhogy Józsi Bálinnak is egy pacsi, ő is tag lett közben. És live-on kívül lett tag Lissi Vivien, nagyon szépen köszönjük, és Dalmának is, ezt be akartuk mondani még, hogy azért fix legyen. És mindjárt el is kezdjük, ez volt a bevezető pofázás. Ki mikor kelt, kinek, ki hogy volt a mai napon, mit csináltatok, mi addig elmesélem, hogy Janával, hát minden hálószoba titkot nem mesélek el, most majdnem olyat mondtam, amit megbánok. Tehát gyakorlatilag sok mindent csináltunk Janával, aztán utána felraktunk egy arcpakolást, amit kaptunk azt hiszem Hannától a Monguf Tatalin, hogy hidratált legyek a live-ra, gyerekek. És azon kívül memória játékoztunk, amit egyet ő nyert egyet. Én nagyon szeretünk memória játékozni, azért is tettem fel a kérdést, hogy ti szeretitek-e Instagramon, illetve 107-en szavaztatok arra, hogy örülnétek, ha lenne Mongufta tornazsák. Hát dolgozunk az ügyön, hogy majd legyen, és majd akkor ki is tesszük, hogy mikérnek, hogyan. Valószínű, hogy egy nagyobb áru tagsághoz lesz először hozzá csatolva, de majd még meglátjuk, ugye két darab van eddig az országban, az egyiket Hannánál találjuk, a másikat Lilla nyerte, babám, nem emlékszek ki, és Lillánál van a másik, szerintem is. A Róka annyira cuki oldalt, igen, és nagyon szép is lesz. Nekem az egyik, ami tetszik benne, hogy nincs párbeszéd, a játékosokra van bízva, mit kombinál. Erre kíváncsi leszek, mert én általában félek az olyan játékoktól, ahol nem vezet egy szál, hogy ez így túlzottan érdekes lesz. Szia Jászmin Keszthelyi, nálam lovacskás van. Igen, a lovacskás tornazsák, igen. Hát örülünk neki, hogy eljöttetek annyian a találkozóra, mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Közben látom, hogy Instagramon küldtek még címeket. Igen, mert még két-három embernek a címét nem sikerült egyeztetni, srácok, és így nem tudjuk megcsinálni a levelet. Közben én is befofátlankodok. És még annyit el szeretnénk mondani, hogy nem ma adjuk fel, mert ugye 20-a van, semmi értelme nincs. Hétfőn fogom feladni a leveleket. Akik pedig nem Magyarországon vannak, hanem határon túliak, velük lett egy kis gubancom, hogy a sima levél, amit vettünk, nem jó, majd venni kell európai levelet, úgyhogy ő neki kicsit pár nappal később megy a levél, és akkor mindjárt belekezdünk. Ezt miért hagytad itt a kaját előttem? Hogy együk meg. Ja. Hát sütöttem akkor grill tofut. Nagyon-nagyon finom lett. Bocsánat, hogy még picit vizes a hajam, úgyhogy ha nem 100%-os a kinézetem, akkor az ennek köszönhető, de nagyon tofu. Meleg van. Nagyon búg a telefon, vedd onnan. Belehallatszik, ezért mondták, hogy nem szabad közel tartani. Így. Igen. De durva. Egy kis tofu. Olyan finom. Még kirántod a fülembe, ez jó lesz. Nem is csináltam semmit. Mozgottak haza. Köszönöm szépen. Képzeljétek el, hogy ez egy ruha volt, de olyan alaktalan volt a szabása, hogy egyszerűen nem állt jól sehogy. Köszönöm. Melyik fül, melyik? Ez az enyém. Ez az én fülem. És levágtam, és egy felsőt csináltam belőle. De nagyon-nagyon... de hangos. Mindjárt még egy kicsit halkítunk. Start new game.
El is kezdjük a rókás történetet. Jó étvágyat. Ide érzem a tofújat. De tudod adni azt a... Ez nekem is kell, de akkor a zöld. Akkor másikat. Milyen jó, hogy van kettő. Ott fut a róka. Az egyiket az elcsinálta nekünk. De most kétféle zenét hallunk. Pedig csak ez megy. Ez a játék. Nagyon hangos még. Aj, én is, Lili, utána jutott eszembe, hogy mondtad, hogy szeretnél majd beszélgetni. Mit csináltál? Lejjebb halkítom picit, mert nagyon-nagyon nem nagyon tudjuk, hogy nekik is hangos-e. Úgyhogy, de nagyon-nagyon hangos. Jó, nekem meg kell a hangerő. Szia, Hanna 3! Valamiért tiltást kaptál Nike-botton. Ne írjatok 3 emojinál többet, hogy sok volt az O betű. Én annyit beszéltem Janával, amikor egy kicsit, igen, a szakadó esőben nagyon romantikus volt. Na, halkítunk egy kicsit, várjál. Ja, ez még nem én vagyok. De cuki, ez a róka. Írtó aranyos. Majd a fali képet figyeld meg, az adja a sztorit. Jó. A fali képeket. Füled, kicsit hangos a jár. Nem, mert nem bírom, annyira hangos. Akkor meg használjam én a normát, vagy te nem fogsz játszani, nem hallgatod? De ha picit lejjebb veszük. Jó, mindjárt. Igen, igen, dolgozunk rajta, hogy lejjebb tudjuk halkítani. Én még sosem ettem tofu, de biztos finom. Hát igazából ez az ilyen tipikus olyan étel, mint például a cukkini, hogyha nem fűszerezed meg, vagy nem csinálsz vele semmit, akkor kb. Nincsen íze. Szia, Ági! Szia. Nagyon romantikus volt, karolj belé! Na így jó. Igen, hogy nézzünk szar-e. Csak nem tudom, hogy hogy okézom le. Master volume-ot még kisebbre tett, mert így nagyon-nagyon hangos. Mert nem halkul, mondom, azt kérem, hogy okézod le. Most így jó. Fogjuk rá. Nem tudtam menni talira, semmi baj, figyeljetek se, hogy kilépsz. Aha. Még mindig hangos? Mert most lejjebb. Megnézhetem. Most akkor nézed meg, amikor kiléptem a hangtól. Igen, lép ki. Miért? Pont azért. Ja. Aha, eléggé hangos volt. Azt mondták, hogy most jó volt. Jó, oké, akkor jó lesz így. Na. Csak ne tarts közel a mikrofonhoz. Nem tartunk közel. Így most, most jó, jó. Rendben jó. Van. Akkor kezdjük most már a sztorit. Közben meg nyugodtan beszélgethetünk, most Jana is itt van velem végre. Na, gyerekek, képzeljétek el, nagy változásokon ment keresztül az életem. Nagyon sok mindent elhatároztam magamban. Jó rajzolást, Liba. Jó, én tényleg nem tudom hallgatni, mert akkor annyira hangos nekem. Ki. Nem fog semmit hallgatni? Nem, jó, nekem az is, hogy akkor csak meg dugjuk be a másik füles, hogy én halljam. De ez meg kevésbé fárasztja el a füledet, úgyhogy ez meg jobb neked is. Itt vagyok, csak nem írok, mert rajzolok. Na, miót rajzolsz? Majd jövőre lesz Tali? Igen, jövőre is tervezünk Talit. Igazából minden évben tervezünk, sőt még olyanok is felmerültek, hogy esetleg... Ja, itt volt Maxon, nézzük meg így. De nekem még így is hangos. Halkíthatsz egy de kicsit. De magunknak is tudunk halkítani. Jó, hát, bocsi srácok, csak nagyon nézni kell, mert rég volt Janával live egyáltalán, hogy bármit szarakodni kelljen a fülessel. Na, így most már elviselhető. De szép. Nagyon cuki. Jön a kedvenc állata, a róka. Az egyik kedvenc állatom. A teheneket is nagyon szeretem, nagyon cuki. Úgy értettem, hogy settingsből lépsz ki, nincs oké gomba, amikor kilépsz. A settingsből akarok... Értem. Ja igen, csak nekem akadozik? Szerintem igen, most nekünk nem akadozik. Előbb kilépegettünk, lehet, hogy azt érzékelted akadozásnak. Én a Blahán szakadtam el tőle, igen, szakadó esőben nincsen mentünk, amúgy csak úgy mondom. Húha, ez így érdekes lesz. Nincsen map, nincsen történet, nincsen semmi, igazából csak az, hogy... Vagyunk. Vagy. Teljesen jó. Én egy tópartnál vagyok, és én hülye elfelejtettem hozni rajzfüzetemet, mintha lenne ötletem rajzolni. Ó, szegénykém. Néha de hát azért. Nem csinálok el semmit. Ja, jó. És... De azért gondolom úszni is fogsz, ha már tópartnál vagy. Egy videósnak a szülőnapjára, de jó, te cuki tőled. Akkor megkérdezem az anyukámat, hogy mehetek-e. Hát figyelj, igazából ezt szerintem még nem fogja tudni, mert egy évre előre, nem tudom, én sem tudom a programomat. Ó, valami történik. Igen. Valami folyamatosan recseg. A mikrofon. De hát nem szokott. Hát most szokik. Sandbox magyarul. Micsoda? Mármint ez egy sandbox, nem? Nem tudom.
Este Fall Guys, meglátjuk most. Jana is itthon van, így azért kevesebbet játszok. Kiolvastam. Szia, Varreló, amúgy olyan rég láttunk már, mi újság van. Nagyon cuki. De szép vagyok. Olyan, mint hogyha egy olajfestmény lenne az egész, amúgy nagyon jó. Van története, ezért mondtam, hogy figyeljétek majd a fali képeket, ha lesznek. Á, értem. Nem sokára iskola. Most szia, többen Luca. Várják amúgy az iskolát, mint nem. De azt mondta, nagyon rossz hírem van. Így kezdődött a mondat. Arra beszólsz, hogy többen várják az iskolát. Jó étvágyat, ez az el. Egyelőre csak megyünk. De az nagyon megy. Figyelj, ahogy én a hóba futok, szia, úgy nem riding. Szia, Riding Friends, mi újság, hogy vagy? Szóval igazából azon is gondolkodtunk, hogy téli vagy tavaszi vagy őszi találkozót is csinálnánk, viszont az a gond, hogy ugye nagyon sokan például ünnepelnek húsvétkor, vagy karácsonykor, vagy mondjuk halottak napjánál. Halottak napjánál, és hogy nem tudjuk, hogy hogyan... Úgyis eljönnél, igen, mert hogy azért azt, aki mondjuk nem jöhet magad. Igen, szóval igazából ez... Ezért maradtunk annyiban, hogy egyelőre maradnak még a nyári találkozók, mert a nyár azért mindenkinek szerintem egy kicsit lugalmasabb. Még esetleg, az iskolát nem tudom miért. Esetleg jövőre megnézhetjük, hogy kettő találkozót tartunk két időponttal. Biztos, hogy jó lenne, meg biztos lenne rá igény, mert mindig írja valaki, hogy igen, pont nem ér rá akkor. De gyönyörű. Mondjuk az egyik nyár elején, a másik nyár végén, az is jó lenne akár. Hát te már nem. Hát már nem beszélgetünk. Te már nem. Csóro. Megfagyott. De cukiróka. Igen. Szia, mi a Night Star? Szia. Mutasd. Bírjátok ezt a meleget? Hát 30 fok van konkrétan. Megy a ventilátor egyébként. És megy folyamatosan a ventilátor. De hát egy picikét nehezen, de bírjuk. Kicsit megfagyott a hangulatom. Én szeptember 1-én tanévnyitó helyett a gyomor és bőrtükrözésen leszek kórházban, remélem túl nem szegénykém. Az tényleg elég kellemetlen, viszont túl lehet élni. Szóval nem, ne aggódjál, nem olyan dolog, ami miatt így félned kellene. Pot. Oh, vigyük el a halott mágus csonthoz. Ott be fog szorulni, nem szorul be. Átférek én minden lukon. Én sem annyira várom a sulit. Én minden évben az volt, hogy nyáron... azt a mindenit. Hoppá. Nem mondod. Megnyitotta az utat nekünk a szerzetes. Hát jó, elviszem tovább szerintem. Miért ugatunk? Ugatunk! Mit mond a róka? Wuff! Nem! Nem ilyen hangja van egy rókának. Miért ugatunk? Szia! HSFNI. És Réka, Gyiko és Máté, üdvözlünk titeket. Halihó, is. Szia Máté! Mindenkit üdvözlünk, aki itt van, srácok. Osszátok meg, hogy megy a live Insta Story-ba. Köszönjük szépen. Nem, a Sandbox Story gémekben általában a fő sztori, amit csinálhatsz a játékban. Aha. Lehet, hogy ez. Igen, mindenki kiakadt. Tényleg nem ugat. Itt van Bence nálunk. Na tök szia, jó, Zsombor. Jó szórakozást. Próbálja ki Bence a Fall Guys. Amúgy nálunk elárulok egy titkot, van már Mongufta, aki nyert, ugye Zsombor is nyert tegnap, és Lili is már megnyerte az első Fall Guys győzelmét, úgyhogy gratulálunk neki. Dave meg kiakadt azon, hogy én meg nem rage-eltem, hanem csak így, ja, hát ez nem sikerült, és mit tudom én. Te gyönyörű amúgy. Én azért nem lennék amúgy jó gamer szerintem, mert hogy nem akadok ki annyira, hogyha nem sikerül valami. De szép. Aj, de szép. Ilyen, ez tökre nem valami medálnak vagy fülbevalónak képzelni. Ez mi? Az valami róka szellem. Egy biztos ő a anya. Vagy ma róka, nem pa róka. Jó. Az is ugat, beszarsz. Megugatom a szellemet. Azt mondtuk amúgy, hogy nem tudjuk, hogy a Lost Ember után hogyan fogjuk lereagálni, mert hogy nem fogunk úgy meglepődni, meg megy minden. A levegőbe. Teljesen új élmény, tehát hogy annyira nem ugyanaz, durván. Féltem, igen, hogy kopi lesz. Igen. Én nagyon kiakadok, hogyha valami nem megy. Én nem tudok egyszerűen, az a baj, mi az a rage, semmi baj. A rage az az, és hogy nagyon ez oké, hogy ő leszel, haragos, és
ilyesmik. Hát amit Dave szokott csinálni így dióhéjban. Általánosságban. Én inkább így jöttem, úgy döntöttem. Szép putika. Szia, Abby! Ott a róka. Pofa festett szép puti. Szia, Abby! Kinek megakad, frissítsen nálunk, hibátlanul megy. Megugatom a szellemet. Nagyon idegesít, hogy ugat a róka. What does the fox say? Ilyen hangokat is szoktak kiadni a rókák. Aha. Inkább így nyekeregnek, meg kell. Meg egyelőre így követni kell a szellemet. Hát csúnyán beszél, meg ilyesmi. Igen, mondjuk Dave annyira nem szokott csúnyán beszélni. Van, amikor igen. Hát live-on kívül jobban. Inkább próbálja ezeket a, azért egy szakadjon belé, egy marék nápolyi, meg ilyen dolgokat csinál. Várjál. Szia, potétó! Imádom a rókákat, én is nagyon szeretem. Ja, na, ha akar, legyél e-sport gamer, ott nagyon kell a higgadtság. Nem, az a baj, hogy jó, nem vagyok bennük, csak nem vagyok nyugtalan. Jaj, jó, ez nem esze szó, itt nem zuhanok a szakadékba. Veszélyes szakadékba zuhantál. Mit nézünk? Most elmész. Nem mugatunk. Ezért jöttem föl! Aha, ez nálam így fog kinézni. Tényleg meghalok? Nem halok meg, teljesen jó. Akkor bárhonnan leeshetem. Egy róka amúgy nagyon ügyes. Tudnak fára is mászni. Mi ez a hang? Tudtad, hogy tudnak a rókák fára mászni? Szívemben mindig olvad. Gyönyörű játék, nagyon, ennyire jó. Azért gyönyörűre kidolgoznak. Ezért nézd, gyönyörűre kidolgoznak. Na, sandbox story gémekben, mint ez a hangulatos story, de nem vagy rákötezve, hogy csináld. Igen, hanem lehetőséged van arra, hogy felfedezd a pályát, amit általában az ilyen gémekben pont pont ezért gyönyörűre kidolgoznak, hogy legyen mit nézned. Bejöttem. De durva, ide. Ezt nem is tudtam. Nem is erre jött a szellem. Akkor ez egy ilyen. Pont azért, hogy bemutassam. Tehát, hogy akkor csak simán így tudunk benne kószálni. Ó, szia szellem, megkerültelek. Tudod, mi az a csík, amit húz maga után? Szellemtett. Aj, szellentés. Szellemtés. Nagyon jól néz ki a játék. Én például a Fall Guys-on soha nem akadtam ki eddig, de meg inkább hagyjuk, igen. Igen. Ó, shift! Megtanulok futni. Hát időben. Mert hozzátenném, előtte is nyomtam, kecskék és nem futok. Kecskék is szoktak fáramászni, igen, meg megeszik a Trabantot. Mi a kedvenc játékom, hogy... Mi, már a kedvenc játékom, igaz, hogy most jöttem. Ezt csinálja a róka. Hát mert fut, kifárad. Hó, hallod? De cuki! Csúszunk le úgy újra. Csinál, mint a Quarter. Felfelé is csúszasz, hogyan az nem tudsz csinál. Felmenni vissza így. Hogy hívják a testnevelő papot tréningatja? Igen, ezt is értem. Talán ezzel kompenzálják, szar volt a sztori, de a grafikát a pályától lesik az állat, így azt mondja, hogy csillag. Szia Liliana! Hát figyelj, végül is ez is egy marketing stratégia, hogyha belegondolsz. Szia Liliana! De olyan, mintha Jégvarázs 2-ben lennék. Alvanyos, tényleg alvanyos. Hova mész? Ó. Hallod? Miért ugatunk? Hoppá, leomlott. Az ugatástól. Olyan vagyok, mint Jézus, a hegyet leomlanak. 15 előttem. Napja vagyok tag. Na, gratul. Köszönjük szépen. Lecsúsztam. Ő bezeg fut. Fut a pont. Elvileg holnaptól már megjelenik az új jel azok mellett, akik első nap lettek. De már most meg kéne, tehát egyelőre nem értem, mi van a YouTube-ban, mert már tegnap volt az egy hónapja, a tagok vagytok. Nem tudom, mi van velem. Mi van velem? Kinőttem a szerepem. Mi van velem? Igen. Hogy vagytok? Szia, Nora Taylor. Mi van velem? Jó vagyok. Vazul néni nem tág itt? Nagyon jól vagyunk. Tök jó kis napunk volt. Az mit csinálsz? Milyen aurád van? Nem ugattál rá? Nem, engem. Olvastunk együtt, memory kártyáztunk, akkor... Én gyorsabb vagyok, nyertem. Feltettünk egy arcpakolást, meg finomat ettünk. Tegnap Dave készített nekem meglepi vacsit. Csúszda, szia Linex! Olyan cuki. Jössz velünk csúszdázni? Ami nekem most lenne egy nagyon jó viccen, de inkább nem írom le plusz... Hát akkor ne is. Hova lett? Sajnos, mert mennem is kell. Semmi baj. Köszönjük, hogy ennyit itt voltál. Köszönjük, hogy itt voltál. És szia, Rebecca! Hol lehet megvenni a csillagokat? Csillagok? Az égboltban. Jaj, bedugod vissza a fülembe, meg kicsúszik, ahogy mozogunk. Puta, hallod neked? Akkor olyan nagy fűjáratod van, hogy így... És meg kell találni, kéne. Hogy hol. Hát ez így nem jó, mert nem hallok semmit. Egy tölcsér kellene a füledbe is.
De így még nem teszed bele. De legalább hallom. Itt csak nem azt hallom, hogy nem mondom lejtva. Hova lett a szellem? Szellem Szia, Linex! Kuma. Szia, Rebecca Rin Shawl! Lehet ez nem is róka, hanem kitalált élőlény róka alapján készítve, és ezért ugat. Amúgy simán lehet, mert a rókák meg nem is pöttyösek, tehát hogy az ilyen vad európai rókák. Mindjárt megkeressük, hogy hova lett a társunk. Fizetős? Igen. Igen. Fizetős, megvásárolható játék. De a leírásban van, Steamen be tudtok jelölni, és akár onnan rá is tudtok menni a játékra, srácok. Uh-huh. Amúgy azon gondolkoztam, hogy mikor fog megérkezni a csomag, vagyis a levél. Hát Ebi, neked még nem adtuk fel, mert akik határon túl laknak, azoknak más borítékot külön borítékkel kell, viszont ezt nem tudtuk, úgyhogy még egyelőre nem. Az tiétek jövő hét vége felemegy fel. Ugord át, és akkor ugord át azt a jeget. A jeget? Ja, ezt. Uh-huh. Na. Ott van. Ja, nem. Hol? Benézted. Annyira vicces, hogy csúszik, te jó én. Vagy csak rossz gépre szállt fel kicsit, de amúgy sarki rókák nem fehérek, vagy csak rossz gépre szállt fel. Miért figyelj, Európában is van tél. Tehát európai róka is simán lehet rossz fele megyek. Szia, Zsófia Ádám! Szia! És akkor szeretnénk elmondani, hogy... Ilyen játék nincs farkasosban? De a Lost Ember, azzal kezdtük annó tavaly. Igen. Tavalyi év egyik legjobb kedvenc játékunk. Bocsánat, volt. Dave, mit akarsz elmondani? Ja, hogy van lehetőség, aki még nem tag, tagságot taggá válni. 200 forintos, 400 forintos, 800 forintos és 1000 forintos tagság. Mindez különböző jutalom jár. Érdemes megnézni. És van még mellette, hogy tudtok támogatni Szupercsettel meg Matricával, de a tagságot jobban szeretem mostanában bereklámozni, mert ott mi is adunk nektek például Matricát a 700-nál, meg az 1000-esnél, meg Discordos beszélgetést, közös játékot. Igen. Meg mellette az emojik, emótok, amit tudtok használni, és az mindig minél több tag van, annál több lesz, úgyhogy mostanában csak a tagságot szeretem reklámozni, mert az az egy, ahol mi is adunk nektek. Igen. És valahogy az jobban esik, mint a Supercsat vagy Supermatrica szinten. Persze, az is, annak nem, is nem, örülünk, nem az annak csak ott nem örülünk, adunk csak... semmit, úgymond. Igen. Na most hova lett? Lehet, hogy mindjárt vissza kell menni. Én a készorajzát küldjem, Isten, küld! Hogy aki nem látta a Lost Embert, az majd nézze meg nyugodtan. Csináld meg a játékot, lovas verzióban is dől a pénz. Amúgy lehet. Hogyha ezt megcsinálja. Amúgy igen. Amira a snap, hali, hó, szia. Nem tudom, halljátok, hova lett a szellemróka. Nem baj, körbenézünk. Előbb-utóbb csak megtalálom. Egyik nap esett nálunk, aztán akik, ahol dolgoznak, festőnek állandóan esik le dolgai. Szia, almás palacsinta! Aztán megkérdeztem tőle, hogy tudod, miért esik le mindened? Mert kint is esik. Fogta magát, levette a védő dolgokat, aha, és ki... Aha, itt nem tudok visszamenni. És vége. Itt egyben nehéz, hogy nincs, ami vezet, hogy amott azért... Babám! Bocsánat! Hogy amott azért láttuk a jeleket, hogy merre kell menni, itt viszont semmi. Nem baj, hát felfedezett, hát élvezd! Hát figyelj, körbe élvezd! Menjünk. Igen. Ú, nem baj, én se tudtam, na pont ezért akarok költözni Magyarországra. Figyelj, Magyarország nem egy annyira királyhely, mint ahogy mondják. Nem rossz hely, viszont... Úgy benyomtad, hogy nem hallok semmit. Két véglet, hogy vagy benyomod úgy, hogy... Nagyon bug vidarrébb a telefon, nem lehet ennyire közel. Mindig elfelejtem. Érdekes egy játék lehet, amúgy tényleg az. Lehet, hogy nem fogok annyit írni, mert nincs mit írjak. Semmi baj! Mindjárt az megtaláljuk. Az játék miről szól? Semmiről igazából eddig de, még. Hát eddig arról nem. Szól, hogy vagy találtunk egy sámánszerű emberkét, akinek odavittük a botját, és... És nyitott nekünk egy utat, igen. Meg egy lelket találtunk. Körülbelül eddig erről. Most nagyon szerelmes vagyok. Mibe? Kibe? Nem basszus, egy jégbarlangban vagy, ha csak nem egy második jégkorszakról szól a játék. Nem hiszem. De egy Gletscher is. Szia, almás palacsinta! Akkor is megtalálom. Régen papám gyűjtette a vicces könyveket, csak vicc van benne, és nekünk adott párat, 9 darabot. Jaj, nekem is voltak ilyen vicces könyveim, de annyira borzasztó viccek voltak. Arra már nem enged le. Hogy valami hihetetlen, és úgyhogy nekem is van vagy 15 darab, és egyszerűen borzasztó. Megettem. Mit ettél meg? Nem ugat vissza a szellem? Nem. Nem. Nem tudom, mennyire menjek le teljes. Hát majd megtálod úgyis. Kifutok a világból. Kifutok a földből, engem semmi nem érdekel. Van egy ilyen dolog. Ez mi?
KFT, azt hiszem. Aha, az ilyen, ilyen lógós hoppá, díszek, egyet. Azok mentik. Tehát azok a mentés, az akkor ilyen jó lógós díszek. Igen. Ott van fent a róka. Hol? Előbb ott láttam. Ott van előtted. Látod? Nem. Ott, puta! Ja, ott fent a fing. Jaj. És kiment, csak nem fér ki. Szegény. Aztán több mint egy óra múlva jött vissza. Annyira lefárasztottad őt, hogy nem tud visszajönni egyszerűen. Milyen dolgokat kell csinálni játékban? Ugatni, menni, csúszni a popódon, meg követni egy szellemrógát. De cukja, hogy csúszunk, nézd meg. Hívd fel telefon. Halló. Engem kb. 3 napja zaklat egy pesti számismeri idegesítőt. Te jó ég. Az nem túl jó. Igen, Jana vagyok, Instára küld. Hát Szlovákiában sem. Kövessétek be a Mongusta Family Instát is, megvan. Hogyha most csak gazdaságilag nézzük, akkor Szlovákiában sokkal jobban élnek az emberek. Sokkal nagyobb a GDP. Vagyok. Ott van egy ilyen valami. Hol? Ott be tudsz menni. De először ne beszéljünk a rókával. Hú, de szép. Itt egy bot. Igen. Szóval, hogy sokkal nagyobb a GDP. Tehát, hogy sokkal, oh, azt is oda kellene vinni hozzá, nem? Lehet, csak előtte megnézzük. Ugass rá a rókára és utána. Várjál, fel kell mennem. Szóval, hogyha azt nézzük, hogy például, hogy mennyi lehetőséged van, vagy mennyire tudsz megélni, akkor lehet, hogy Szlovákiában nem jobban bírok járnál. Ráugrani. Hát akkor nem arra kell menni. Eltűnt a szellem. Igen, arrébb ment. Ó. Lehet, hogy bejött ide. Aha. Na, szóval, hogy ha csak ezt nézzük, akkor Magyarországon kevésbé jó élni, mint Szlovákiában. Viszont ha azt nézzük, hogy magyar vagy, és olyan országban szeretnél élni, ahol mondjuk nem közösítenek ki téged amiatt, hogy magyar vagy, vagy nem érnek, mondjuk nem vesznek fel lehet egy munkahelyre azért, mert hogy magyar vagy, akkor meg valóban jobb Magyarországon élni. Mit robbant szét a balon? Van jó indok is rá, hogy Magyarországra költöz, meg van rossz, meg van nem annyira jó is, szóval érted? Körbenézünk. Hoppá! Ekkora jégképződés évszázadokon, ezredeken képződik, nem hiszem, hogy itt mérséket hőségét övöd, ilyen keletkezzem. Hát az most nagyon tudja? Lement, hogy ment vissza, várjál. Figyelj! Ő egy turista csak. Na és azt most valaki látta, hogy ő hol van? Nem, hát valahol. Keresd meg. Valahogy lement. Keresd meg. Megjött a kedvem rajzolás ezt a cuki rókától. De jó, csináljátok rókás fanartot, srácok, és instán tegyétek ki, vagy küldjétek át, ha van kedvetek. Az én ismerősöm nagyobb felel akar költözni innen, én maradok itt Magyarországon, mert nekem elég ez a kis alkoholista depressziós ország. Igen, amúgy nagyon-nagyon nehéz, hogy most elköltöz, ne költöz meg minden, mert hogy tök nagy nyomás van az embereken, hogy elköltözzenek külföldre, mert hogy nagyon sokan elköltöznek, és akkor látjuk, hogy mondjuk visszajönnek Magyarországra, és több pénzt tudnak keresni, wow, vagy mit tudom én. Viszont azt is bele kell kalkulálni, hogy nem minden a pénz. Tehát, hogy mi is egy időben gondolkodtunk rajta, hogy elköltözünk külföldre. Igen. Viszont így igazából emiatt mondjuk a családunk egy picit furán néz ránk, hogy mi megelégszünk szerintem azzal, amink van. Tehát, hogy mi nem akarunk nagy házat, nyilván 8 jó lenne, autót, több pénz lenne, meg mit de tudom hát... én. De ez hogy, is jó, de hogy nem változtatnál meg lehet, olyan, ez az, hogy nem változtatnál meg olyan szinten az életünket, hogy most azt mondjuk, hogy akkor én elmegyek, mit tudom én, egy olyan országba, ahol egy mondjuk dév nem is beszél semmilyen más nyelven, csak magyarul, meg... I don't speak English! Halljuk, nem kell... Near, far, wherever you are, szia! Szóval nem belégy tudom nekünk... Tehát nem ér meg annyit az, hogy... elmenjünk máshova, ha csak valami nagyon-nagyon jó lehetőséget, ami mondjuk egyikünk karrieréhez kapcsolódik. Egyszer volt úgy, hogy... PewDiePie akar velem live-olni. Nem, egyszer volt úgy, emlékszem, hogy kimegyünk Görögországba, vagy kaptam volna egy munkát, aztán végül nem lett belőle semmi, úgyhogy nem. Szóval, hogy igazából ennyi. Dév, amúgy nektek SS-on CCF-el van klub, tesótok? Nem, nincsen. Hát sokan ki... lecsúszok. Csak én miattam kell venni másik borítékot, hogy más is nyert külföldre. Más is nyert. 3 külföldi borítékkel majd úgyhogy. Igen. Azok tényleg ja, csúsznak. Tényleg almás palacsinta lehet tenni fekete listára számot. Le lehet tiltatni. Lehet tiltatni, és akkor mindig foglaltat vagy kikapcsoltat izé. Egy csontit elhagytál, de azt én se találtam meg. Elhagytál egy csontvázat. Rip. Ó, de gyönyörű! De cuki!
Hogy gyönyörű, szép, titokzatos hely. Véletlenül fordítottam meg a nevet, semmi baj. Átküldtem rendben, turista, mondom, hogy rossz gépre szállt fel. Na jó, meghaltam, begölcsöt a lefej és fáj, nem bírom mozgatni. Ó, szegényként. Próbálj meg venni, lehet DM-ben is, meg ilyesmi boltokban venni magnézium tablettát. Mert nekem is egy időben így sokat görcsölt a lábam, és magnézium kevés van az emberek a szervezetében, akkor lehetnek ilyen izomgörcsök. Most töltem ezt a játékot. Örülök, Linex, hogyha kedvet hoztunk hozzá. Amúgy nagyon szép, meg igényes játék. Tehát a Lost Ember után én féltem, hogy nem lesz akkora hatása. Igen. Szóval próbálj meg magnézium pezsgőtablettát inni mondjuk egy-két héten keresztül, és akkor utána lehet, hogy nem fog görcsölni a lábad. Elvileg amúgy tudunk fényképezni is, csak nem tudom melyik gombbal. OP. Várjál. More options. Egyes gombbal, teljesen logikátlanul. Teljes mértékben. Exit options. Oszta, tehát várjál. És hogy mented le? Aki szereti az SSO-ba a fényképezést, H rácok. Betűvel lehet az élesítés, vagy fókusz. A H betűvel elrejted a felhasználói felületet. És hogy mented le? Mire gondolsz? Hú? Hát, hogy kész legyen a fotó. Hát nyomd meg még egyszer a üzét, vagy kattints rá. Úgy leveszi. Kattints rá. Mire? Szerintem most úgy. Most már elbuktuk az ásítást. Kattints, cicám. Kattints egyet. Semmi. Nem írjátok közbe? Akkor az az üres karika ott. Üres karika. Nem az. Üres. Hát... Zoom. Egyes gomb. Olyan meghoztam. Az egyessel csak belépsz. Lehet, hogy akkor ez volt. És lehet, hogy így már le is igen. Menti. Mennyibe kerül a játék? 6500 forint körül? Igen. Igen. Így is rengeteg vitamint kell szednem, mert valószínűleg vitaminhányos vagyok, letörik a köröm, meg ilyen dolgok. Nem baj, ó, igen, tovább, ezekre nagyon vigyázni is kell. Készíteni. Én is most kicsikét rossz voltam egészségedre. Ezzel. Ah, oh, tüsszentett! Aha. Megfáztunk! Ilyen jeges... Küldjetek Donétet, meg kell venni neki a gyógyszert, megfázott, fáj a lába, a dereka, minden baja van. 180-as a cukra. Fölment a vérnyomása. Mindjárt kéne egy demogorgon. Szerintem ez gonosz és rossz dolog, és azért tüsszentünk vért, mondjuk. Meghaltunk. Megdöglött. Soha nem hallgat rám. Nem baj, biztos feltámasszuk. Így nem lehet vége. Vagy mi is szellemrókák azok. Hip-hop, jön vuk! Ez is ugat. Azaz lesz duhanunk! Hát ez nagyon jó megoldás volt. Ez majdnem olyan, mint a Lolazartos felsőn. Igen. És tényleg. Ó, kinyújtunk. Mentés. Mégse, élünk, mozog a fülünk. Jaj, régen mennyi rókát láttam előtt jaj, az úton. Szegények. Na, chapter 2. Szegények mentek, és mentek volna át az úton. Várjál, nem bírok csak sántikálni! Ez a max tempóm. Basszus. Aha. Eltörött a róka lába. Benézek, rendben van, köszönjük, hogy itt voltál. Hát, van ilyen olvasást. Rókuska, 16... rókuska felmászott a fára, leesett, gyönyörű. Leesett, kitörött a lába. Eltörött a lába amúgy, ja. Mindegy. Doktor bácsi, szegény gyógyítsad róka. Meg. Nekem vas hiányom van, de szedek rá egy gyógyszert. Sírok, ne sírj! Hát, de nekem az a baj, hogy hiába mondom anyának, hogy nem vesz konkrétan, három hónapja mondom, hogy vegyen egy lepedőt, az ágyamról nincs egy, de mű van terítve a matracomra, ami össze-vissza csúszik. Figyelj, biztos, akkor hogy... Akkor is elvonszolom magam a biztos, célig. Hogy venne, hogyha megtehetné. Lehet, hogy nem teheti meg, vagy lehet, lehetséges. Hogy nem tud éppen. Szóval, hogy... Ja, rókuska, az. Csodálatos. Amúgy bocsánat, ha kicsit furán beszélek, gyerekek, de... Nem tudom, átok ül a számon, komolyan. Jobb, mint a dévülne. Valamiről... lehet, hogy valami rosszat mondtam, hogy nem tudom. De
elkezdett jönni ez a bölcsességfogam felül. Rókaszobor. Felül elkezdett jönni a bölcsességfogam. Erre elkezdett a másik oldalt is. Szegény. És még ezek az alsók is elkezdtek még jobban jönni. És aftás lett itt végig a szám. Úgyhogy nem tudom. Van pénzünk, mert tesóinak folyton veszi a V-bakot meg a mindent. Ez gyógyvíz? Hát az a baj, hogy én nem tudhatom, Ági. Oh. Persze, most hévízen vagy amúgy. Piramis. Nyilván, hogy jéghegyek. Ugrani még mindig nem tudok, tehát... De ugatni igen. Azt tudom. A legtöbb magyar tud. Fáj a lába, de ugat. Próbáljátok belegondolni, hogy játékban valamit. Próbálok belegondolni a játékban valamit, de nem megy. Ó, nekem igen. Rossz az, aki rosszra gondol. Miért? Ezt a rókaszobrot lerajzolom. Na, nagyon jól néz ki. Jövök. Csak hát... Már vérróka vagyok. Besántultam. Vérróka, köszönjük. De szép. Tényleg nagyon szép amúgy az egész játék. Hú. Fordítsunk lent, megy a buli, partizóna, már nyomják a Starman Start, fönt repül a róka, várja Narutót, és középül pedig kúkok, vagy pedig kukira emlékeztető furcsa dolgok. Inga városnak. De ez meg mi már? Ez gyönyörű! Róka a hegytetőn. Ülök a hegytetőn, a szőrő megborzolja a szél. Ez az, akit milyen te követsz. Milyen dalokat ismerek, hála a TikToknak. Ez az, akit te követsz. Igen. Róka tesó, jövök. Hátra nézi, jön még ez a szerencsétlen nyomorút, jön. Könnyű ám szellemként gyorsan menni. Azért remélem nem 50 percig fogunk így közlekedni. De jó! Tök ügyes a Jászmin. Szép lett. Nagyon jól néz ki. Ó, valamit megugattunk. Megint kiesett a fülemből. Na én mellettől a zenétől sírok, amúgy tényleg nagyon megható. Nézd, ez meg piros. Itt... Lassan szerintem igen. Barátom. Elvesztették a rókát. Szia, köszönjük, hogy itt voltál. Eltűnt a róka föntről, és sírnak az emberek. Én is sírnék. Az kitört a vulkán. Igen. És minden és ember meghaltak. Meghalt. Ez demonstrálja a csont. Igen. Köszönöm, nehéz volt megcsinálni. Hát látszik rajta, hogy nagyon sokat dolgoztál rajta. Tök jó lett. Így megértem, hogy miért láttam valakinél 6 órás végigjátszást, ha ez a max tempód. De hülye vagy. Viccelek csak. Jaj, de csontok. Jaj, de csontok, köszönjük. És akkor 2 óra múlva kiérünk. Szia, Lili! Zenélhetnénk. Miért? Annyi sípcsont volt majd. Jaj. Dév így is sírna, ha nem lenne CC-je. Ezt nem értettem. Dév is így sírna. Ja, lehet! Ha nem lenne CC-je. Lehet. Megvan a botom. Botond. Botond. Ne. Cipelem a botot. Igaz, járni alig birok, de azért viszem a botot. Opa. Elemezzük ki a következő rajzot. Sírtak az emberek, akik meghaltak. És a róka szelleme ott feszít fönt. Igen, és a város is összedőlt. Szegény. Ó, ezt mondtam az ezzel, hogy figyeljük ezeket a fali képeket. Igen, a fali. Szia, Emma Togli. Ó, ott a róka fejszobor. Igen. Szia, Emma. Ó, ott van, akinek vinnet kell. Szia, szőrzetes. Jaj, pont ma láttam egy képet arra, hogy egy két szerzetes, két Ferences szerzetes Olaszországban, azt hiszem, örökbe fogadott egy kutyát, és a kutyának is csináltak csuhát, meg mindent, és beöltöztették, és olyan cuki volt, hogy meghalott. És elnevezték a kutyit csuhakkának? Oj, nem tudom. De látod, ott kihagytál egyet. Aha, nem baj, meglátjuk hány meg ember ott is, előbb is kihagytál egyet. Sötét lett. Látod? Igen. Nagyon szomorú, ami tényleg nagyon szomorú. Ez normális is, hogy több mint 1000 követőm van TikTokon, de nem tudok live-olni, meg nem rak ki forjúba. Tudom, miért tartozik a játékhoz, de hát, ha valaki tudja, miért. Sajnos hát, nem tudom.
1000 felett kellene, hogy engedje, hogy live-olj. Szerintem igen. Hát a For You-ben meg olyanokat tesz ki, ami tetszik az algoritmusnak, tehát azt nem követő szem. Én láttam egyszer YouTube-on, hogy valaki videóban vitte ki a GTA 5-et, és videóban 20 órás volt. Csak szerintem durva, nem? Ez tényleg nagyon durva. Srácok, azt a játékot. Hogyha valakinek tetszik a játék, Instagramon sztoriba tegyétek ki, egyelőre még nem tette ki senki, hanem csak azok jöttek, hogy kik nyertek matricát. Majd azokat is megcsináljuk utána. Csak azért mondom ezt, hogy minél több mongusztához eljusson ez a szép játék. Jaj, de gyönyörű. Én is így sírnék, van zsebkendőm egy ott, ki raktam. Igen, hogyha ti nem lennétek, de cuki vagy, Anna. De kedvesek vagytok. Bírom Mari tegnap live volt YouTube-on, és annyira össze-vissza beszélt, idézek egyet. Az igazi ott van, ahol lennie kell. Jó, Jana, már elárultjuk, hogy tegnap visszanéztük a tegnap előtti séfes műsort. Várja, van még egy. Ahhoz, hogy olyan helyre kell menni, amilyen elvárásaink támadhatnak. Hát ezt nem igazán értem. 100-as zsebkendő, gyere rám! Jaj! Ó, bejövünk középre! Ó, sajnálom! Itt biztos eszembe jutott a régi kutyám, aki nyáron meghalt. Ó, rip, sajnálom. Nekem is, Muki. Nézzétek, itt biztos, hogy mindegyik ki fog világítani. Igen, de azért... Eddig bírtam. De azért, Luca, ez nem valami jó tanács, mert szerintem ezt nem kellene. Ha a foriba akar valaki kerülni, akkor rezze meg butogassa a fenekét. Igen, viszont... Csak ne csináljátok azért. Hagyjátok el butogat. Még a zené is szép, igen. Elfáradtunk. Nekem is Muki a cicám. Igen, sír. Tudom. Sír, hogy feladtuk. Halljátok, mint a druida. Rúna. Föláldozza magát értünk. Igen! Ne! Inkább belénk szállt. Igen. Föláldozta a róka testét. Nem én sírok, te sírsz. Ó, és akkor innentől olyan, mint a Lost ember, hogy jön mellettünk. Vezet. Igen. És most már mi lettünk az ilyen dzsuker rókák, hogy már ki vagyunk festve minden. Szia, Johanna! De szép volt. Tényleg ne csináljátok, a kreatív dolgok szerintem jobbak, akár egy rajz, vagy bármi, de annapság fenéket tuti bekülöz a For You-ba sajnos. Igen, hát mi is úgy voltunk csomószor For You-ban, hogy nem ilyeneket csináltunk, szóval Hoppá. Ilyen kis bugyuta táncokat csináltunk, meg vicces dolgokat, meg vagy sapkába voltam, tehát azért sokat tesz a jelmez is. Igen, vagy például az, hogy tényleg, hogy kreatív egyszer. Dolgokat csinálj, és akkor úgy... Ja, oda vissza tudom mozgatni a köveket. És leveszi rólad a mintát, beleszáll az erő. Aha. Sírok. Azt hittem, mert ennél nem lehet szomorú játék is, de... De várjál, most visszanövettem ide. Szia, Lara! Szerintem a Róka Isten szeleme volt, és így segített nektek. Nem tudom. Ez olyan szép volt. Egy síró liba itt a live-ban. Nekem is taknyos lett a nózikám. Sose még egy játékon. Hát mi már ezen túl vagyunk. Igen. Jó pár szal a szemputam. Volt a Pinstripe végén is, a Sally Face-nek is a harmadik részénél. Igen, Lost Ember-en is sírtunk többször. Emlékszem, amikor sírtunk, nagy megható jelentünk minden, és te meg rossz felé mész be a Magyarországba. Igen. Arra emlékszem. Ez kicsit ilyen demotiváló volt. Ott mentettél az elején? Megnézem. Egy macskám tüdőgyulladás miatt elaltatták, kettőt megmérgeztek, úgy találtunk rájuk, és egy nemrég eltűnt, csak a kölykeit találták meg. Mentett magától szerintem, mivel ott kezdtük. Szegényként, nagyon sajnálom. Nekünk is volt olyan cicánk, akit megmérgeztek. Nem is értem, hogy... Várjál, valami új hogy skill. Ezek az emberek... ugorni tudsz. Ugrani.
Szóval nem is értem, hogy ezek az emberek, ezek amúgy tudod, hogy nem ember által tervezett dolgok, amiken lépkedsz? Nem, ezeket a természet válta ki. Hát ezek bazalt orgonák. Például van a Karancsmedves tájvédelmi egységben, ahonnan én vagyok, Nógrád megyében, ott is vannak ilyen bazalt... Tájvédelmi egységből származik. Igen, ott is vannak ilyen bazalt van. Orgonák, és az ilyen vulkanikus hegységekben nagyon-nagyon gyakoriak. Vége van a kis előadásnak. Köszönjük szépen. Ez nagyon szomorú volt, tényleg. Ez már emlékeztet a Lost Emberre. Johanna, hát arra maradtál le, hogy átadta a róka alakját nekünk ez a róka szellem, a hogy túlélhessük a sebesüléseinket. De szép. Tényleg kilettem erre a Charlie-ék, megint összejöttek. Charlie-ék? Ki ez a Charlie? Azok az emberek hogy képesek még élni, és hát nagyon durva, hogy nagyon sok ember semmibe veszi az állatokat, mint hogyha ők nem élő lények lennének. És egyszerűen ezt nem tudtam soha megérteni, hogy lehetnek ilyen... Tehát, hogy szerintem azoknak az embereknek valami nagyon-nagyon... Azt gondoltam, mik ezek a virágok. Ebből tudjuk visszanyerni. Aha. És most menj oda ahhoz a falhoz. Vagyan tömbhöz. Szóval, hogy... Ja. Azok kik, igen, imád, amikor jön a magyar ez egy téved, és fél óra múlva fejezi be, hogy sajnálom, Lili. Gyönyörű játék, tényleg nagyon durván. Sziasztok, na látom már játsz, is nem gondoltam, hogy ilyen szép a grafikai, de nagyon-nagyon jó. Bemondtuk az elején, Józsi, hogy köszönjük szépen, hogy küldted, amikor akciós volt, mert te írtál ránk Instán, hogy nézzük igen. meg. És mi már akkor gondolkoztunk rajta, bebugolt. Nagyon-nagyon szép. És köszönjük, ez pedig szóltál. Vulkanikus homok, látod? Aha. Tehát, hogy ugye tökre összeillik a sztorival, amit előbb láttunk, hogy vulkanikus tevékenység volt, és amiatt haltak meg tudok az emberek. Tudok fent is menni. De érted? Igen. Hogy tökre illik össze a sztorival, mert hogy vulkanikus homok van, meg ahogy láttam itt ilyen gejzírszerű képződmények, meg bazalt orgonák, szóval ez tök fel. Jó. Tök jó, hogy így figyelnek az ilyen apró részletekre is. Charlie D'Amelio és Lil Huddy megint... Együtt arról beszélek, nem ismerem ezeket az embereket, de örülök nekik, legyenek nagyon sokáig boldogok. Majdnem bekönnyeztem, amikor lelkítottat a szellőr, hogy én is majdnem elsírtam magam. Sokan azt mondják, hogy meghal egy állat, ő csak egy kis plüss, de nem értem ezeket, mert sírtam mindkét állatomnál. Én is szerintem... Meg én is sírtam Muki után. Igen. Szerintem nagyon sokáig... Aha, szerintem ezt fog kinyílni. Gyászoltuk is tényleg mondjuk most az nagyon állatainkat. Sok ilyen töltős cucc van. Lehet, hogy valami nagy mozgatás telefon. Lesz. Ilyesmi. Büff! Nektek melyik... Tudja valaki, hogy mikor lesz dupla esti? Fú, ez sajnos... Szerintem most hétvégén. Nincs mit, örülök, hogy segítettem. Tényleg köszönjük, Józsi. Tudom, nem ide való semmi gond. Nektek melyik a kedvenc játékotok gépre? Nekem az Assassin's Creed meg az Undertale. Itt igazából én csak Assassin's-szal szoktam játszani. Nagyon-nagyon ritkán Sims-szel. A Fall Guys az aranyos játék, de nem töltenék két óránál többet vele. Nem az én világom valahogy. Ja. Jana, te csak figyelsz ennyire a játék részleteire, Dave-t annyira nem érdekli. Amúgy tényleg. De én szeretek elveszni a részletekben. Falat festünk. Aha, voltak ezek a... kövek, és a róka valamit csinált vele, és hideg lett. És hó kezdett esni. És akkor most megint fel kell tölteni. Hó kezdett esni, hát itt... Hát tudod, hó volt, hó nem volt. Amúgy csak úgy mondom, Varelo mérsékelt éghajlat. Itt vagyunk. Szóval... Sajnos fogalmuk sincs, hogy kimérgezhettem meg őket, de az általános szerint egyfajta fagyálóméreg volt. Igen, azt szoktak sajnos. Szinte biztos, hogy direkt történt, elvileg édes az íze, ezért vonza őket. Igen. Meg az egyik cicámat patkányméreggel mérgezték meg. Így a... Majdnem rám esett. Én majdnem minden nap sírok azóta, de ez nyugtat, hogy tudom, hogy együtt lehetünk majd újra. Igen, igazából nekem is ez az a reménység, amivel így túl tudom tenni magamat az ilyen dolgokon, hogy tényleg biztos vagyok benne, hogy nincs vége az életnek a halál után. Fel kell töltődnöm. Én nem gondolkoztál azon, hogy tanárnak megy, de nagyon-nagyon szerettem volna tanár lenni, csak sajnos nem lehetek. Ami szeretnék, meg óvónő is szerettem volna lenni, viszont az nem lehetek a diszkalkulián miatt.
De... Ki nem tudná az, hogy nem tud jól számolni, nem tudok számolni, nem érti a dolgokat. Normálisan. Az osztásig megy minden, viszont onnan meg egyszerűen sehogy. Ha itt még nem tudok felmenni, hiába tehát az, hogy nem töltötte ezt le. Valamiért. Úgyhogy igen. Úristen, az egyik cicámat megette a szomszéd kutya. Nagyon sajnálom. Ezen a hétvégén lesz, micsoda? Dupla SC? Szerintem igen. Dave gyorsabban akar haladni a játékokba, így kevésbé figyel erre. Hát igen. Megemlítettek titeket az Insta story-ban, hogy megy a left. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Á, föntről megyünk. Köszönjük, Lara, nagyon cuki vagy. Sziasztok, elmentem a Final Fall Guys-ba, és Final-ba odaadtam Zsombinak, és így nyertünk. Aszta, de jók vagytok, Bence! Na, grat. Gratu. Elhagytál egy botot? Hol? Lent? Nem tudom, én nem néztem most őszintén, szóval a játékot, inkább a kommentekat. Jó, akkor gyerekek, visszamegyek lent körbenézni. Nem megyek addig tovább fent. Itt nem volt bot. Ahol feljöttél? Na, mindjárt megnézem. Anyukám azt mondja, hogy ha meghalsz, észre se veszed, hogy már nem vagy. Hát én meg mondom magamban a nagy lótúró. Figyelj, igazából mindenkinek megvan a joga, hogy az abban higgyen, amiben akar. Tényleg. Tehát, hogyha most ő azt hiszi, hogy vége az életnek, akkor amikor vége. Itt mész csak fel, igazából akkor itt lesz én valahol a bot. Csak azt nem tudom megérteni, hogy azok, akik azt hiszik, hogy semmi nincsen a halál után, hogy akkor miért élnek? Tehát, hogy hogy élsz? Köszönjük milyen a segítséget. Milyen szemetek van, köszönjük. Tehát, hogyha nem hiszed, hogy bármi lenne az élet után, hogy akkor filmszakadás is vége, akkor mi az, amit érdemes az életben csinálni? Vagy mi az, amiért érdemes élni? Hogy akkor az anyagi dolgok is teljesen feleslegesek lesznek neked, a lelki dolgok is teljesen feleslegesek, amiket csinálsz. Tehát akkor még az is, hogy hátrahadsz az utódaidnak valamit, az is teljesen felesleges. Mert ők is meghalnak, és velük is semmi nem lesz. Tehát, hogy én csak azt nem értem, nekem azért tök nagy ilyen megnyugvás az, hogy így hiszek abban, hogy van halál után élet. Emlékszel arra, hogy írtam valamikor, hogy lesz kis cicám, azok eltűntek, de nagyon hiányoznak, még csak 8 hetesek voltak. Te jó ég! És hogy tűntek el? Vagy mi történt? Nagyon sajnálom mindenkinek az elhunyt szeretteit, házi állatát, legrosszabb érzés, de kitartás. Hát igen. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy figyeltetek. Ha meghalsz, akkor újra élsz másként. Kiraktam Instagramra, hogy megy a live. Nagyon szépen köszönjük. Már is tovább osztam egy pillanat, addig itt megállunk ennél a szép résznél. Ó, igen. Igen, Mia. Tényleg szoktak ilyet csinálni a cicák, hogy elviszik egy másik helyre. That is the helyre. Best. Köszönjük szépen, hogy kitetted. Hogyha mondjuk sokat piszkáljátok a kis fészküket, akkor szoktak olyat csinálni, hogy elviszik máshol az anyacicák. És Mongufta Ági, neked is köszönjük. És Instagramon 2 követő és 2600-an leszünk, hajrá. Ez érdekes, Ági. Már is visszatöltöm. Amúgy gyönyörű a játék, nagyon-nagyon megérti. Megérti? Megérte. Azazán kérdez, hogy rájött, hogy jelez a bot, ha közel vagy a csonthoz. Nem. Tényleg csak random láttam meg. Na majd figyelek erre. És ha nem tudom vinni a botot? Nem. A bot jelez, ha közel vagy a csonthoz? Nem az, hogy te vagy közel a bothoz. Mentés. Látom. Egyetlen egy dolgot hiányolok, hogy a boton kívül nincsenek gyűjtögetni való cuccok, mint a virágok voltak a Lost Emberben, meg hasonló. De így is nagyon jó. Mondjuk most Faránál annyi virágot gyűjtöttünk, hogy igazából félig meddig hiányolom csak. Feltöltöttünk. Nekem most nagyon rossz, nincsen miért felmennem. Ropog, mint a tűz, és világítani kezd a bot, ha közel érti egy csonthoz. Na, majd megnézzük. Köszönjük. A ropogást hallottam, csak nem tudtam, hogy mi az. Nagyon fáj a szám. Szegény babám. Ne piszkáld. Lenának jön a bölcsesség fog a srácok, küldjetek egy szívet a csetbe. Hogy gyorsabban kijöjjön. Hoppá, elárasztotta a víz. Még akkor is fáj, hogy a mosolygok, basszus. Oda néz, hogy megnőtt a vízszint. Múltkor még konkrétan itt nézd, az állkapcsomnál is.
itt fájt. Visszanézek, hogy a vízszín nem segít valamibe. Aha, ott a lélek, akkor várja, lehet, hogy előtte megint. Nem tudom, hogy erre a kérdésre válaszolhatok-e, csak az ügyvédem jelenlétében. Déva szett meg lett Faránál? Igen. Az még nem. Az egyik nekem szett, nem. Az egyik szett megvan már neki. A lószettből még nincs meg egyik se. De majd segítek de neki. Majd Jana segít nekem. Itt igazából anya kinti cicáknak akarta őket, és nem akarta őket beengedni. Az egyik este a fiú eltűnt, reggel pedig a lány, amikor nem voltam kint vele az old udvaron. Van ilyen tényleg, lehet, hogy csak elvitte máshol őket az anyukájuk. Na és akkor ez az, amire nem tudom, hogy válaszoltok-e. Jön a Dave-nek, Esszeszon, te szedted össze a virágokat? Sem nagy részét, Jana, de én azt mondanám, szedtem. Hogy munkamegosztás volt, kb. 90-10. Nem. Jó, az 20-nak is. Jó, akkor ilyen 80-20. Annyira gyönyörű a hajad. Annyira gyönyörű a hajad ettől az új samponszappantól, amit használunk. Mondj valami reklámosat. Jó. Köszönjük, ez tényleg igazán reklámos volt. Egyelőre arra nem tudok felmenni, úgyhogy... Olyan cuki lett a hajad. Nem töltött fel a cuccom. Jön a Dave-nek, ezt azon teszetted össze a virágokat, igen, ezt olvasom el. Köszönöm szépen a szívecskéket, szia Krisztina, Beach Night! Jut eszembe Faráról, már 9 per 12, wow! Na most beszívtam! Mármint az jó értelemben. Most beszívtam! Magamba szívtam. Köszönjük. A kéket. Az normális, hogy 12 éves vagyok és már kijött a bölcsességfogam? Lehet, hogy az nem a bölcsességfogad egyébként. 12 évesen még simán jöhetnek a maradandó fogaid is. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a bölcsesség fogad lenne, viszont nem tudok, nem vagyok fogorvos, lehetséges, hogy van ilyen kivétel. Hát egymás után viszik őket, ha nem volt hosszú az idő köztük, lehetséges, hogy elvitte őket. Igen, hát egyszerre nem tud ugye többet vinni. Nekem most van két kinti cicám, és ők miatt is most jól érzem magam. Na, ott a bot, ott a bot. Mi vacskánk is mindig azt csinálta, igen, nekünk csak akkor... Hogyha sokat piszkáltuk a fészküket, amúgy nem. Nem mindig tölt fel. Értem. Én szerintem hiszem, hogy van élet a halál után, menj és pokolsz, de mind meghaltál az úr, megmondja, hova kerülsz, én keresztény vagyok. Én is keresztény vagyok. Igen, és amúgy ez nekem kicsit ilyen... árad a víz. Gyönyörű. Nagyon szeretett minket. Hallod? Tudod miért? Miért? Mindig csak rólunk áradozik. Ott arra felé menjél szerintem, cicám. Mere? Arra, fordulj, fordulj. Hát arra jöttünk. Ott felfelé tudsz menni, nem? De itt jöttünk. De nem akarsz felfelé menni, mondjuk, hogy ne fulladj meg? Szerintem... De akik elhoztuk azoknak a cicák nem tudtak elmenni, mert azok bent cicák. Nem, hát erről jöttünk, csak ide visszajöttünk szívni. Ó, hát akkor meg lehet, hogy az volt a baj, hogy elkószáltak. Nem tudom, hogy mi lehet velük. Olyan cuki az a róka nagyon. Várjál, még benne van a számba, bot, addig nem megy. Nekünk 6 macskánk van, de félünk, hogy elítik őket, mert sokszor elkoborolnak, pedig nagyon aranyosok. Ó, nekem is nagyon rossz a Nógrád megyében. Kimozgattad. Jó. Hozzá se érde. Nógrád megyében a macska sajnos fogyóeszköz, mert főút mellett laktunk, és volt olyan, hogy az út szélén napozott a macskánk, és direkt rámentek kocsival. Pedig tudjuk, hogy soha nem feküdt ki az útra, mert hát nem volt buta, és... és direkt rámentek. Szóval annyira kegyetlen emberek vannak. Én azt akarom, hogy megkereszteljenek, de a szüleim nem akarják, nem tudom miért. Hát azért az eléggé rossz, hogyha azt, ami... Tehát, hogy az eléggé rossz, hogyha nem engedik neked, mert hogy ugye ez ott beletartozik az emberi jogaidba, hogy abban higgy, amiben akarsz, akárhány éves vagy. Szóval, hogy nem... nem mondhatják meg. Ha te most azt mondod, hogy te muzulmán akarsz lenni, akkor is lehetnél, ami de szeretnél. De nézd a jó oldalát, amikor már felnőtt leszel, akkor igen, is meg például nézd a jó oldalát, én baptista vagyok, nálunk csak felnőtt keresztség van. Szóval, hát az nem oda kéne menni. Oda nem tudsz felugrani azokra az alacsonyabb izékre? Nem. Bozolt. Szóval, kitartás. Igen, direkt rámentek. Nagyon-nagyon brutális. Én is keresztény vagyok, halleluja. De jó. 3-4 és 3 kicsi. Nekünk volt, hogy jó, most már tudom, hogy így utólag visszagondolva, hogy nagyon nem volt felelős állattartás, de volt olyan idő, hogy 17 macskánk volt.
Tehát mi konkrétan gyerekkorunkban már őrült macskásnők voltunk nővéremmel. Igen, szerintem is elkószáltak, de anya is arra gyanakszik, hogy a fiút egy macskabagoly vihett el, mert úgy este tűnt el. Ó, igen, mert ugye ők még picikék, nagyon simán fel tudja kapni őket a bagoly. Most lejjebb megy a víz. Aha. Kihúzta valaki a dugót. Kihúzták a dugait. Töltsük vissza magunkat. Nagyon jó. Én nem vagyok vallásos, de tisztelem a kereszténységi vallást is, személy szerint nem hiszek halál után életben, de elfogadom, hogy ez is lehetőség, nem tudhatjuk. Na, ez például tök jó hozzáállás, mert én pont most... Még nem jó. Szembesültem azzal, hogy... mert eddig is felváltam a kereszténységemet, de most még nem ott nem tudsz átmenni. Szerintem lejjebb kell engedni még. Valahol. Aha. Igen. Szóval, hogy én eddig is felvállaltam, ugye, hogy keresztény vagyok, vagy mit tudom én, de hogy szeretném jobban felvállalni, és hogy most világít, most közel vagy az emberkéhez. Engedjük le, és lehet, hogy ott lesz az. Aha. Szóval, hogy, és hogy azt vettem észre, hogy az emberek annyira nem fogadják el azt, hogyha valaki másban hisz, mint ő. Hát ez nem leengedés volt. Felvisz a víz téged, az legalább jó. És ott lesz benn az emberke. Egyből nem engedem ki. Szóval, hogy tényleg azt vettem észre, és hogy annyira jó, hogy gyerekek, azt veszük észre, amúgy ezt beszéltük múltkor, hogy a ti generációtok annyival elfogadóbb lett. Tehát, hogy annyival jobban el tudja fogadni azt, hogyha valaki másban hisz, vagy más milyen. És hogy a igen, mi generációnk... Igen, fizetős játék közben. Steamen ott van a jelöljetek barátnak nyugodtan, és Steamen tudjátok megvásárolni. Tehát, hogy múltkor beszéltünk arról, hogy a mi generációnk meg még olyan volt, hogyha valaki másképp gondolkozik, vagy más milyen, vagy másként él, akkor az rossz. És mit tudom én, és hogy ez annyira örülünk neki. Nem töltődünk fel. Azt mondta az, hogy nem mindig töltöd fel. Szóval, hogy annyira örülünk annak, hogy a ti generációtoknak már sokkal könnyebb lesz az, hogy például abban higgyen, amiben akar, olyan legyen, amilyen akar, mert hogy sokkal elfogadóbbak a ti generációtok. De így meg nem tudom benyomni. Uh-huh. Próbálj másik felé menni. Keresek másik valami feltöltést. Aha, ott van. Aha, ez már jó lesz. Jani, Instagram átköltetem, hogy ez kisüti cicám. Persze! Én is keresztény vagyok, keresztény óvodába jártam. Nem is tudtam, hogy vannak keresztény óvodák. Vannak, különösen. Nekem például az az egyik legnagyobb... jó, tudom, nem kéne ilyenekon aggódnom, még nagyon korán van hozzá, meg amúgy se kéne ilyenekon aggódnom, de hogy nekem ez egy ilyen tök nagy veszőparipám, hogy én nagyon-nagyon, én mikor behozták azt a törvényt, hogy muszáj kötelező óvodába járni, most sikerült, tudom, hogy kötelezővé tették az óvodába járást, akkor én sírtam konkrétan, emlékszel, mert én azt szerettem volna mindig is, úgy képzeltem el, hogy amíg kicsik a gyerekeim majd, addig otthon vannak velem, és hogy én nevelhetem őket, mert hogy szerintem tökre nagy jelentősége van annak, hogy milyen befolyások érik a kisgyerekeket olyan fiatal korban. Ott lejjebb lesz szerintem valahol az emberkét. De itt menne, ott van, hallod? Ott van. Na, hát akkor vidd le hozzá. Vidd le hozzá. Érted? Az egyik itteni cica a régi lakó itt hagyta, nagy a hasa, lehet lesznek kicsinyei. Ó, nekünk is van cicánk, amúgy képzeljétek el, csak kint van a ház előtt, de szoktuk néha etetni, meg mindig simogatjuk. És annyira cuki, ilyen akkora, mint a, az öklöm, akkora nagy sárgászöld szemei vannak. Az írja, és Rabbitborn írja, hogy nagyon szeretem a mongufta közösséget, kedvesek vagytok, viccesek, megértőek, és biztos felnőtt koromban mongufta leszek. Köszönöm szépen! De cuki vagy! Amúgy igyekszünk tényleg vegyesen, tehát láthattátok, hogy horror tartalomtól kezdve, lövöldözős, azért nem az van, hogy lekorlátozzuk, hogy játszani szeretünk majdnem mindenfajta játékkal. Pont erről beszélgettünk, hogy mennyire nehéz annak, aki mondjuk egy-két játékra, és ezt amúgy nagyon köszönjük tényleg azoknak, akik... mondták, hogy ne egy játékra építsünk. Mert sok olyan időszak. Videós volt, aki mondta nekünk ezt, és tanácsolta. Akkor nem értettük, hogy miért mondják ezt,
De most már megértettük, hogy azért mondják, mert tényleg nekünk akartak jót. Igen, és akkoriban, is köszönjük. És akkoriban nagyon elleneztük, hogy ezt mondják. Meg mit szól bele másik videós mi dolgunkban. Igen, viszont most meg már tényleg megköszönjük nekik, mert azért tudtunk fejlődni és meg azért haladni. Lett a gamer gép is. Már beértük volna, hogy csak SSO van, akkor nem lenne gamer gép. Ma is egy lagos gépen SSO-znánk, és nem érdekelne minket, hogy mi a... hogy mi a többi játék, meg mit tudom én, úgyhogy... De elmondhatjuk név szerint, hogy Szilunak köszönjük, nagyon a bíztatás, Szilunak és Owen McKenzie-nek, igen, ők Petinek. Ketten, meg Loretnek. Meg Loretnek, ők is. Ők voltak, akik próbáltak minket terelni a jó útra, igen. És köszönjük szépen. Mondjuk akkoriban... De akkor nem így viselkedtünk, akkor full paraszt nagyon... voltam, tehát azért nem így reagáltam. Mert akkoriban nem tudtuk elfogadni a kritikát, aha, szerintem. Ezt fel kell tölteni. Szerintem abban fejlődtünk, igen, nagyon sokat. Igen, ott még nagyon-nagyon makacsok voltunk. Fú, igen, és azt hittük, hogy csak az, ami mi van, mit gondolunk az. De utólag köszönjük nekik. Nekem sajnos pár nap ezelőtt egy idegen kandúrmacska megfojtotta az egyik kis cicámat. Ne, szegényke. Három volt, most már csak kettő, de másikat én megpróbálta, csak a kutyáink pont akkor vett észre és megmenekült. De jó, megmentette a kutya fizetős játék? Igen. A lencica meg szerintem azért tűnt el, mert hozzánk át szokott járni a szomszédba. Nézd, most már vissza tudom szívni magamba, tehát elhasználom és visszaveszem. Igen, meg azt mondták, azt írták, hogy fel kell tölteni a világnak is magát. Aha. Tehát, hogy az is így töltödik. Hoppá, azt hiszem, hogy csepp, köszönjük az azzal, hogy segítesz nekünk. Nagyon szeretem a mongó... Igen, ezt olvastam már, és köszönjük, hogy itt vagy. Képzeljétek, el voltam Texasban. No! Sheldon-nál? És Sheldon, onnan származik. Nekem is az jutott eszembe, hogy igen. Kicsókoltam a füledbe a fülhallgatót. Meg hogyha hasonló játék jön kis rácok, mint ez vagy, amit tudjátok, hogy szeretünk játszani, nyugodtan küldjétek el, mert a Lost Ember az akkora élmény volt, hogy egyértelmű volt, hogy ez is kell, össze lent körbenézek, nincs. Nem is tudtam, hogy adott nektek tanácsot Owen. Képzeljétek el, egyszer elmondtad az volt... hogy volt egy fél órát telefon. De nem, nekem a legviccesebb az volt, hogy valamin összekapott Lorett meg Dave, és igen, az volt, nyíltitok, veszekedtünk. Nem, mert az volt, hogy ő adott tanácsot nekünk, meg minden, meg. És nem fogadta meg, és hogy Dave is, meg amúgy szerintem valamilyen szinten a Laura is egy picit két ilyen érzelmesebb, forró, szenvedélyesebb ember. Hát tudjátok, ember. Hogy milyenek vagyunk. És hogy az volt, hogy nem tudtak egyszerűen normálisan beszélni, úgyhogy én meg a Peti beszéltük, az volt, hogy ő problémák. Az volt, hogy Jana kivette a kezembe a telefont, és akkor az volt, hogy a Peti meg a Jana beszélgettek, mi meg addig csak ott a háttérbe hallgattuk, igen, hogy mi lesz. Igen, mert hogy igazából úgy voltunk vele, hogy ha mi higgadtan tudunk egymással beszélni, akkor miért nem? De utána tényleg megbeszéltük, és nagyon jó tanácsokat adtak. De azt azért tegyük hozzá, hogy utána azért Laura is jött sokszor a live-unkban, meglátta azt, hogy tényleg elfogadtuk az építő jellegű kritikát. Úgyhogy. Innen is tényleg köszönet jár nekik, mert igen. Ők voltak azok a videósok, akik megmerték mondani, hogy szar, amit csináltunk. Igen. Meg a Szilunak is, mert ő is egyszer felnyitotta a szemünket, hogy túlzottan szarrá reklámoztam a Szupercsetet meg a Maticát. Most azért szoktam egyszer bemondani, vagy kétszer, úgyhogy ők voltak azok a videósok, akik tényleg hatással voltak ránk, meg a Norbert YouTube, mert ő sokszor volt olyan, amikor még kisebb videós volt, hogy tanácsokat adott live-ba. Igen. Hogy jövök, mindjárt csak hozok egy energiaitalt, addig nekem addig olvasol. Hozol, ide hozod a teám, kérlek. Nagyon finom csájteát kaptam Hannától, Iden is köszönöm neki. Amúgy Jana, neuroszindulátból, mivel tettétek a macskát hússzal, vagy megeszi a növényt, és amilyenek megeszi, persze a húst is kapnak, ezért kérem. Na most, nagyon sokan ezt nem értik, vagy nem tudják, de a vegánság... Igen, tudom. Tökéletes, köszönöm. Tehát, hogy a vegánság az azt jelenti, hogy nem is tudom pontosan a definícióját, mindjárt megnézem pontosan a definícióját a vegánságnak, mert így nem tudom fejből. Jövök, srácok, szeretném ma végigvinni a játékot, úgyhogy nem titok, hogy hosszú live-ot terveztünk már, ameddig megy és nem akadunk el, de hála az ének azért nem annyiszor akadsz el, mint anno a Lost Emberbe. Ott többször elakadtunk. Halli Krisz, mi újság? Hát nem tudom most kikeresni nektek, de valahogy így szól a vegánság definíciója pontosan, hogy az állati eredetű dolgok és szórakozások, meg ilyesmik kihagyása az életből,
annyi mértékig, amíg praktikus és indokolható és gyakorolható. Igen. Tehát, hogyha most valakinek mondjuk, mit tudom én, vesebeteg, és valami olyan... Csak nem mozgass a telefont. Jó. Tehát, hogyha mondjuk valaki vesebeteg, és itt jöttünk be kell venni egy olyan gyógyszert, vagy különben meghal, vagy különben nagyon beteg lesz, amiben állati eredetű dolgok vannak, akkor persze, hogy beveszi ezt a gyógyszert, mert nincs más alternatíva. De például én is, hogyha fáj a fogam, akkor beveszek egy Algoflexet, amit nagy valószínűséggel állatokon teszteltek ki, de nem tudok más, mivel nincs rá jobb megoldás. Vagy például autókból nincsen még csak egyetlen egy vegán, ami a Tesla, ami nagyon-nagyon drága autó, és nagyon kevesek engedhetik meg maguknak, szóval, hogy igazából akinek autója van, arra is mondhatnak, hogy nem vegán. Tehát a vegánság az nem egy ilyen fekete-fehér dolog. Lehet kicsit valaki vegán úgy is, hogy mondjuk nem tudja megengedni magának, hogy ne egyen állati eredetű dolgokat. Tehát, hogy attól még amennyire az ő számára megengedhető és praktikus, annyira meg tudja tenni. Viszont, hogyha mondjuk valaki olyan szegény, hogy csak ilyen élelmiszerbankokból, vagy ilyen közösségi konyhákon tud enni, akkor nem tudja magának megengedni azt, hogy vegán legyen, de attól még vegán elveket vallhat, hogy mondjuk, hogyha meg tudja engedni, és úgy, akkor vegán kaját eszik. Itt jöttünk be? Igen, ott jöttél be. Aha, honnan már nem tudsz visszamenni, szerintem csak amely feltöltött megint vízzel. Szóval, hogy a macskák, nem praktikus és nem megengedhető az, hogy vegán ételen éljenek, vegán étrenden éljenek, mert nem tudnak megkapni olyan vitaminokat, vagy nem hogyha pótoljuk is, akkor is nem az a természetes étrendjük. Ez kutyáknál ez másmilyen, mert a kutyák mindenevők. Tehát ott lehet bizonyos fokig növényi táplálkozást. Ó, ott van egy luk. Szóval ott lehet egy bizonyos szintig vegán táplálást biztosítani neki, viszont a macskák pedig kimondottan húsevők. Tehát ma most attól nem leszel nem vegán, hogyha a húsevő macskádnak húst adsz. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ez olyan dolog. Mi például ezért is nem tartunk macskát, mert hogy nem tudnánk elviselni azt, hogy mindig, minden alkalom ezért húst kelljen adni neki. Szerintem ez felvisz téged. Tuti. Az a baj, hogy én már túl sok ilyen játékkal játszottam, és nem tud meglepni. Hát ezzel amúgy nem vagyok kisegítve. Olyan, mint a luxus feleségek, ezért popoljuk gőzést. Arra a Sziltre kéne feljutni hát vele. Nagyon szívesen. Szóval, hogy igazából egy macska akkor... Csak majd nézd csetet is, mert nagyon pörög a csetet. Jó, csak hogy a macska akkor de is... De nem megy el addig! Akkor sem tud vegán lenni, hogyha a gazdája akar. Ide kell lenni a plusz erő, vagy nem? Szia, Linda! Na, várjál. Jön, rád írtam. Láttam! Jó, meg vagyok. Aha, ide kéne betölteni, csak nincsen. Sziló volt az első SSO videós, akit nagyon szeretem, tőle tanultam meg SSO-zni, és még most is szeretem, és mond is szeretem. Mond. Most is. De ti is nagyon jókatok. Köszönjük szépen. Köszönöm. Nem tudom, volt kékünk az hogy a baj. Ez nem SSO live, de azért leírom valahol. Azt látom, hogy alaplóunk meg fog halni. Erről hallottam én is. Komolyan. Igen. És a runavágt az lesz az új, szerintem ez nem igaz. Ne. Már kb. Egy éve mondták, hogy meg fog halni. Szerintem se, de ki az a runavágtázó? Ó, Johanna. Sok mindent kell még mondom. A runavágtázó az, akit Rianonnal tudsz megszerezni egy ilyen druida küldetés sorozattal. Na, megvan, ügyes vagy. Már előbb is voltunk fenn, csak nem volt kék cuccunk. De köszönöm. Akkor is ügyes vagy. Nem akarom elveszíteni az alapromat, én sem. Ott ül 3 éve lassan a legelőn. Nem, lett egy bónusz, nem, vagy 2? 3. 3 bónusz. Az ingyen ló, igen. Szia, Krisz! Honnan szedtek ilyen hülyeségeket amúgy? Hát ki tudja. Ez tényleg mondták többen. A runavágtozó nem tud elmenni Pandoriába elméletileg. Hát igen. Nem akarom elveszíteni az alapromat. Jön el.
halál diétam. Igen, láttam. Én a Tell Me Why című játékra leszek kíváncsi. Life is Strange készítőjének lesz az új játéka. Augusztus 27-én jön az első rész. Na, hát hozzánk, ezt fölírjuk. Nem akkor, az biztos. Mi gondolod? Hát, mert... Visszajöttem, rájöttem, hogy még csak 3-4-3-an is 3, nem 3-4-4, ne! Jó gyorsan elolvadt játék van, ahol igen, ez kb. Olyan, hogy én nem eszek húst, de a kutyám azzal etettem. Igen, szóval, hogy igen, ez ugyanaz. Tehát, hogy ameddig praktikus, addig. Tehát, hogy most az, hogy nem veszel be egy olyan gyógyszert, vagy például, hogy egy húsevő állatot növényekkel etesz, mert nagyon sokáig én is azt gondoltam, hogy lehetnek, viszont nem tartanám etikusnak azt, hogyha növényét rendben értetnék egy olyan állatot, ami nem vegán. Nekem nem nagyon jön be a Life is Strange, nekem sem, én nagyon nem szeretem. Szia Mária! Én megszerettem vagy... veletek! Szia Linda! Szia, és szia Dóra Pusztai! Most jött. Ezt adom úgy tiszteletre méltó. Megkaptam az e-maileteket és nagyon boldog vagyok. Milyen e-mailt? Hát, hogy majd valamás mennek a porítékok. Írta. Ó, milyen ironikus, hogy egy több százfokos gejzírben ugrál a róka a tiszta dévlogika. Igen, amúgy tényleg. Most visszajöttünk ide? Vagy itt még nem voltunk? Vagy akkor még nem volt ekkora a víz, vagy nem tudom. Nem tudom. Ott már látom, oda bele tudjuk tenni a kis fényt. Amúgy igen, én is gondolkoztam rajta, hogy nem forró a gejzír. A mi macskánk is részben kapta, odas. Például a rizs, de a fő táplálik a hús, ami nőnek. Igen, hát ez ilyen. Hallod, minden ez itt nyakon önt. Meg hát füvet is szoktak enni a macskák attól, hogy húst esznek. Nem lenne jó, ha mindenki egyforma lenne a lova, mint a runovágtázó. Igen. Oké, itt is lett egy gejzír. Az tényleg kicsit unalmas lenne. Ott egy virág az beletett. Az kell. Muszáj. Amúgy én nagyon rosszul jártam az SSO-ban, mert amikor bejött a Marvel-i, akkor 849 volt, így 2 hetet kell várnom, hogy megvegyem is az a kedvenc lovam. Na de hát ez tök jó, hogy már csak 2 hetet kell várnod vele. Igen. Hát ez szerintem nem rossz. Na hova lett a gejzír rakva? Nem figyeltem. Szerintem ott nem tudsz felmenni a hegyre? Itt a gejzír. Aha, csak be kell állni, hogy feldobjam. Imádom a Sealight nevű lovam, az alaplovam, és sok emléket hozzá, mivel vele kezdtem. Na, tök jó. Nekem szerintem azért nem annyira jelentőségteljes az alaplovam, mert hogy az elejétől kezdve nagyon sok lovat vettem, és hogy sok sűrűn cserélgettem a lovakat. Igen. És akinek tetszik a live, dobjon egy lájkot, fejeljük meg, ma még nem is mondtam. Ja. De folytathatod, csak ez fontos. Ennyi. Igen, most feljöttünk ide a szárazra. Szia Dóra! Dóra Pusztai! Te voltál, aki voltál a találkozón, mert annyi Dóri, Dorina meg Dorottya van, hogy hihetetlen, és így annyira elkeveredtünk. A runovágtázó nem kötelező főküldetés folytatásához, így akinek nincs, annak is folytatni kéne tudni. Hát persze, de hogy lehet, szerintem hogy kell az XP, meg csak. Az a küldetés ahhoz, hogy... Tehát, hogy az olyan, mint hogy nem tudod megnyitni... Nem ő volt. Dínót, ha nem vagy véldélve még. Bot. Hogy vagytok? Köszönjük, Linda, nagyon jó. Nagyon szép napunk volt. Igaz, cica? Uh-huh. Finom tofu szendvicset tettünk. Jön ez a Steam-es megjelenési dátum és a globális elvileg. Á, értem. Csak azért mondtam, hogy nekünk nem akkor lesz meg, mert hogy így anyagilag eléggé ki vagyunk számolva. Ez igen. Egy ilyen libikókaszerű. Látom. Life is Strange 2-nek szeptemberben jön ki az utolsó epizódja. Cuki az játék. Igen. Tényleg meghal az alaplovunk és a unováltozó lesz az új lovunk, akkor a barát nem fél érteni, ki fog akadni, mivel neki annyira tetszik, mint mókusnak az erdőtűz. Amúgy nekem sem annyira tetszik szegény Chunky Chunk. Nagyon szeretem meg Cuki, de annyira... Most erről jöttünk, vagy nem? Nem, mert átjöttem, várjál. Tehát, hogy szerintem nagyon ilyen kis buci. A fotót figyeld már, mikor, mert itt már biztos, hogy lesz valahol. Itt igen. Most olyan? Uh-huh. Hát látod, meg ropog is, ott aha, van. Aha, ott van, látom. Csak oda hogy megyek be? Nem itt. Aha, oda el kéne jutni. Oda nem tudsz beugrani? Leugrani és beugrani? Várjál. Ott az oldalán le tudsz menni, cica. De nézd, itt meg átmegyünk. De itt nem tudok kimenni. Hát nem, igen. Nézd, megpróbáltam. Mondd, hogy itt, menj végig. Itt.
Hát igen, ott, nem, bejebb. Ott. Kijebb, nem, kijebb. És ott. Le fog esni. Lefelé nem tudsz menni? Nem. Biztos? Ott víz van. De nem az, nem tudsz legugolni, vagy lehajolni? Nem. Nem is enged arra. És hogyha ott átugranád azt a kis sziklarészt, nem ott, kijebb. Nem tudsz visszafordulni. Aha. Oda valahogy be kell menni. Fú. Körbe? Ott teljesen körbe? Hát ez nem... Ugyanott vagy körbe, nem jó. Meg az állatnak meg sem adhatna a választás, így önzomodor el lehetne kényszeríteni vegán étrendre. Várjál, és ha itt lejjebb megyünk. Hát igen, de... De mondjuk, ott jöttünk. Mondjuk itt ezzel jöttünk, annyiban nem értek egyet, hogyha mondjuk egy állatnak az a jó, tehát hogy tudjuk, hogy az a jó neki, tehát hogy egy lovat sem kényszerítesz vegán étrendre, mert hogy ugye az a jó neki. Viszont ugye a macskák, kutyák esetében másmilyen, mert hogy ugye... Itt se tudunk felmenni nem, oda. Hiszem. Na, mert ugye ott meg nem az a jó nekik. Nyanadév, hogy vagytok? Nagyon jól, köszönjük szépen. Nem tudtam menni, semmi gond. Dév értelmezése, be kell állni, ha gejzíren akarsz ugrani, mert akkor nem fáj. Jaj. Jaj, de az fáj, hogyha mosolygok. Ah! Figyelj, egyszer úgyis leugrottál volna. Én szerintem, ha meghal az alapló, mert utána a rúnaló ugyanolyan mindenkinek, nem hal meg az alapló. Hát ki tudja ezt, hogy meglegyünk. Ismeritek az Assassin's Creed Odyssey-t? Látásból. Át kell menni a libikók a másik oldalára, na várjatok. De ez hülyeség, hogy meghal az alapló, mert alapjáraton az egész történet a Karinkról és az alappacinkról szól, pláne nem hivatalos info, hogy meghal. Igen, nem hivatalos info, még szólja. Szia, Réka, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szia. Hogy a szarba megyek vissza? De a fő Karinkat már igazán átalakítottak, nagyon jó lenne. Nekem nagyon nem tetszik a mostani Karink. Úgy néz ki, mint egy Bratz baba. Vagy Bratz, nem tudom, hogy kell mondani, de mindjárt tudod, melyikre gondolok. Az a nagy szemű baba, aminek ja, ilyen, nagyon ilyen hülye outfiteket most lát. Most ezt jó elcsesztem ám, hogy ez úgy jár. Miért ott lemész, felmész, átmész? De azt mondták a libikók, hát ott igen. Jöttünk fel. Vagy... Itt, és akkor nem arra mész. Ja, ez. Igen. Csű, cica. Ezt nehezen, ezt nem láttam. Így ad csak azt az energiaitat? Ezt nem láttam. És tényleg nézd meg, leomlik. Nem vagy, de legalább sokat próbálkoztunk. Nem volt jó, de legalább rossz. Köszi a tippet, kiírtam. Érted. Hogy át kell jönni a libikókára. Nagyon szuper tipp volt. Nem tudom. De köszönjük szépen. De nagyon szépen köszönjük. Én azon gondolkozom, hogy meghalt és a meghalt akkor semmilyen költöttem rá, 19-es cél. Amúgy tényleg költöttünk rá. Ha lenne olyan lehetőség, akkor unaválkozónak azt a nevet adnám, hogy Lost Ember, mint a játékban. Hm. Amúgy lehet, hogy lehet. Nem merem, hogy Ember az első név, nem? Nem tudom. Át kell menni a libikók a másik oldalra, igen. Ezt már tudjuk, köszönjük szépen azért. Szia Krisztián, Mizuka! Mesi! Üdv mindenkinek! Mi 36 like, 1 dislike, köszönjük szépen! Amikor valaki megkérdezi, hogy Pistinek egy kikidenc videósod, én Mongufta Family, köszönjük szépen! És nem is meséltem nektek, srácok, most volt a héten, hogy a környékben is felismertek, képzeljétek el, tök fura volt. Igen, nagyon-nagyon fura. Hogy megállítottak random a játszótéren. Ehhez még nem vagyok hozzászokva. Kovácsikrik léptük a játszóra. Ennyi. Ha visszalöksz, nem, ha meglöksz, akkor visszalöksz. Elméletileg holnaptól már a tagoknak megváltozik majd a kis fejecske. De cuki! Mert hogy nézd. Már túl vagyunk az egy hónapon, látom. Nagyon cuki! És úgy hívják, hogy Sütike. De mondjuk nem tudom még miért nem jelzi, mert Janánál meg már azt jelezte a tagságnál. Nem. De nézd csak, hogyha bemész a magadhoz, nem itt, magadhoz. Még mindig egy krumpli vagyok, hörcsög krumpli. Akkor átlépek az enyémen, megmutatom neked, mindjárt megyünk tovább, srácok. Én írtam és köszönöm, hogy segítettem. Köszönjük szépen, hogy segítette. Azért a 4000 azért nagy szám. Igen, mi is nagyon ki vagyunk akadva, és tényleg amúgy minden videós azt mondja, soha nem gondoltam volna, de soha, tényleg soha nem gondoltuk is, volna, hogy... Mert nézd csak nálam, hogyha belépsz, most jelenleg magyarázok, akkor nálam már tagságnál azt mutatja, hogy már a második cuccnak kéne ott lennie.
hűségjelvény, és nálad meg mégse azt jelzi még ki. Úgyhogy nem tudom, hogy miért. Nem lehet, hogy te egy nappal hamarabb lettél? De ez te vagy, és a tiéden mentem bele. Hát nézzük akkor meg, nem hogyha tudom. Én írok erről valamit. Akkor neked nem a tagságot fogja. Nem. Tudom. Hát nem tudjuk, srácok, de reméljük, hogy holnaptól már meg lesz. Mert tegnap volt kritikusan, úgyhogy egy hónap. Kérdés, Dave, mit keres a játszótéren? És automatát nem kéne sokat. Átmenni. Amúgy átmentem rajta, mert ugye úgy megyek a bolthoz. Köszönjük, hogy itt voltál, Luan. Na, megyünk. Csetem már dolgoznak. De jó lenne, ha meg lenne csinálva. Én örülnék neki, akkor végre lehetne megint leveles e-mailes olvasás. Az de jó olvasás. Lenne. Én írtam, igen. Jaj, Dave-vel meséled a Mongoof tatari sztorit, tudod, amikor nem ismertelek fel. Krisz kérdi. Az jó vicces nem volt. Nem ismert fel. Hát, hogy... Ja, hogy mentünk, igen, mentünk Alizzal, mert ugye Janának vissza kellett fordulnia. Ezt visszaszívom. Na, mint a kéket. Ja, nem akarok beszélni róla, hogy miért kellett visszafordulnom. És Alizzal meg találkoztunk útközben, mert rám írt Instán, hogy merre járok, és mondtam, hogy akkor várjon meg a villamosnál. És akkor Kriszék ott mentek el előttünk, és nem tudta, hogy az én vagyok Alizzal. Mert hogy Jana nem szőke. Mondta anyukája, de várjál, mert ez lehet, hogy Dave, de Jana nem szőke. Igen, félrevezettünk titeket. Ha, igen. És most már itt van egy kis luk. De nem, ez eddig is volt. Csak most már találjuk meg, merre kéne mennünk. Mert most még nem tudtad visszaadni a botot? De, azt már megcsináltam, csak hogy utána hova kell menni, azt nem tudom. Hát azt én sem tudom. Lesz még Alicia online? Hogyha lesz Alicia online, akkor lesz. De egyelőre tehát, nem, mert most nagy a botlánya körül is. Igen, most meg az, hogy lehet, hogy megszűnhet, vagy fizetős lesz. Aki nem tudja, az olvason utána pontos részleteket mi se tudunk. De küzdenek azért sokan, hogy ne legyen fizetős és ne szűnjön meg. Ennyit tudunk. Jó, megpróbálok erre elmenni. Biztos, hogy voltak részek, ahol még mi itt nem voltunk. Ott biztos nem voltunk bent. Tehát szerintem akkor itt kell bemenni erre. Vagy itt voltunk? Ott oldalt szólt szerintem menni. Képzeljétek el, én eddig azt hittem, hogy volt két élő. Ez volt a két élő. Aztán nézegettem vissza a 2000-es második élő. Aztán nézegettem vissza a 2000-es 24 órást, és olyan ismerős volt, aztán a cseten random megláttam a nevem, és rájöttem, hogy a harmadik 24 órásom volt. Wow. De durva! Aha, itt lesz. Tudja, hogy azt a nagy valami... Ó, ott van! Ki is szúrtam. Hú, de az meg olyan gonosz izé lesz. Igen. És oda gejzire lehet felmenni, vagy hogyan? Azt nézem én is, próbálok rájönni. És mi vagy az ott, ki fog törni, ahonnan szivárog szia, a víz? Szia, Tiborné Szoboszlai! Üdvözöllek! Hát igazából, majd nézd vissza, mert nem tudnánk elmondani, ez nem olyan sztoris játék, mint például a... Mint például valamelyik sztorisabb hát játék. Igen, ezt nem így kell. Most Dave megmutatta, hogy ne csináljátok. Szóval igen, hát igen, én sem örülnék neki, ha megszűnne az AO, mert amúgy így időnként tök jó. Azért annyira sűrű nem szeretem játszani, viszont így időnként tök jó, meg szeretem, hogy bár havonta egyszer, veletek is lehet játszani. Ez tök király. Tehát igazából itt a libikókát is tudja, hogy be kell állítanunk. Hoppá! Ez már jó lett volna! Hú, de neki csaptad szegényt a falnak. Pofán csaptam. Meg fogsz ünni? Nem biztos. Még dolgoznak, nem tudom. Olvassatok utána, nagyon sok hír volt most. Volt valami botrány az egyik szerkesztőjével kapcsolatban. És akkor jött egy olyan hír, hogy lehet, hogy csak fizetős lesz, de aztán utána az, hogy lehet, hogy nem. Olyat kérdezzetek, aki játszik AO-t aktívan mostanában. Az jobban tudja. Posztraumás stressz szindrómám előjön a Fall Guys live-okból, az a baj. Hogyha erre a libikókára nézek. Így is jó? A francnak kell az. Megoldom. Hol lesz megint a gonosz kő, vagy mi? Itt. Ó. Valami nem oké. Még nincs kész, mert nem történt semmi. Aha. Nagyon arra magyaráz, vagy nem tudom. Mert itt most én megnyomom. Aha, nem is csinál semmit. Húha. De szerintem csináltam. Semmi. Nem csinál. Én nem szeretem az Alicia online, de sajnálom megszűnni, mert sok ember szereti. Hát igen. Vagy mégis lehet, hogy kell akkor az a gejzír valamire. Hát ez látszott
hogy messze van. De cuki volt, csobbant egyet. Ó, sole mio! Akkor csak kell az a gejzír. 500, de már akkor ezt egy horrorjátékban kéne elmesélni. Mi 500? Megnézem, hogy itt tudok-e valamit. Lesz majd olyan videó, hogy elmeséltek paranormális sztoritokat. Nekem nagyon nem volt. Ó, ez nem tetszik. Aj, már megint tüsszöksz. Oh no. És megint gyengülök. Jézusom. Kevés. Kell valami hozzá. Fú, de belassultunk. Ennyi erőnk van. Azt a mindig. Dark energy, hát igen, ez valami kávé. Olyan, igen. Nekem sajnos volt elmeséljem. Nyugodtan, hogyha más nem zavar. De ha valaki most, igen, akkor ne. Akit zavar, azt írja le nyugodtan, hogyha ilyen paranormális dolgokról beszélünk, mert hogyha igen, akkor azt is tiszteletbe tartjuk. Mondjuk a héten ahóban frissítése volt. Igen, pont kimaradt emiatt nem emiatt, volt. Igen. Pont emiatt nem volt, úgyhogy... Meg lehet, hogy itt valamit előtte csinálni kell, mert nekem gyanús, hogy valami kevés dolog van megnyitva. Az a gejzír valami ott van, tehát ez nem viccből lett ott. És anélkül is át tudunk ugrani, úgyhogy nem tudom. Hova dobhat az fel? Nem tudom, fent meg már voltál? Hát igen. Jó, megnézhetjük még egyszer fel. Engem nem hogy zavar, hanem megrémiszt. De hogyha nem szeretnéd, akkor nyugodtan írd meg, mert akkor tiszteletben tartjuk, és hogy akkor nem. Majd egy esti horror live. Igen, akár. Hát ennek most semmi értelme. Ez gyönyörű volt. Annak a hídnak nem kéne, hogy lejjebb menjen? Vagy oda át tudsz menni másik oldalra? Itt át voltam, de fönn meg nem tudtam semmit csinálni. Aha. Szia, cápa, cica! Ezt nem beszéltük meg. Ja, ott is van valami, várjál. Akkor lehet oda dob fel a gejzír, nem? Vagy ide kéne valahogy be. Oda nem tudsz felugrani arra a kőre? Itt semmit nem tudsz ugrani. Nem tudsz ugrani, vízből nem tudsz ugrani. Vízből nem. Fölöm elmesélti. Megnézhetjük jó, a akkor... gejzírt. Akkor meséld el nyugodtan. Nézd. Várjál, itt nem tudok felmenni. Oda másik nem tudtad. Hát köszönjük. Nem ugrik. Nem ugrik. Ez nehéz. A gejzire próbálnak feldobatni magad. Á, belefutott. Nincsen annyi időt, hogy ugorni tudj. Aha, ez így nem jó. Csak a gejzire abba az irányba. Hát, hogyha... Jó, egy próbát megér. Olyan finom volt a tegnapi vacsi picim. Fáj az arc. Hát addig nem fogom úgy eldobni. Kiúszott, nem jó. Á, ez kb. Esélytelen. Most kéne olyan, aki tudja, hogy mit kell csinálni. Neki csop a falnak. Én régen imádtam a paradolgokat, most már kinőttem belőle. Ó, régen nekem is volt egy ilyen időszakom. De igazából rájöttem, hogy... Á, közelébe nem tudsz menni innen. Nem, lehet, hogy ott feljön valami a vízoló, ha valamit megcsinálsz. Azt hívják, hogy nekifutás. Nem tudok nekifutni. Vagy egy gejzírnél nekifutni, vagy mi? Nem jó az, ekkorát tud dobni, semmi. És menj fel a libikókára, kérlek. De mondd, hogy mit szeretnél. Ugye, akit érdekel, hogy mit írtak el az AO-sra, az írjon rá Instán, és elküldöm. Rendben, köszönjük szépen. Mit szeretnél? Ott, ne menj át. Oda, arra a részre menj át. Hova? A másik, amerre álltál. Igen, itt. És menjél arra felé. De és menjünk át így. Igen. Menj még. Menj át, arra a párkányra menj ki. Oda. Leestünk az előbb. És akkor próbálj meg átugrani arra a másik kis párkányra. Nem fog menni. Fuss neki. Ez kettőt is könnyebbet.
Nem jó. De láttad, hogy meg tudtad volna csinálni, csak beljebb kell kormányozni pont akkor. Hát megnézzük igazából nekem egyszer. Minden héten vannak paradolgok, itthon lépés hangok, úgyhogy nem lépked senki, stb. Stb. Jó, mondjuk ilyen dolgok, ezek meg akár magyarázhatóak lehetnek sima dolgokkal, és nekem is van olyan, hogy este, amikor lefekszek aludni, akkor mindenféle hangokat hallok. Persze az is lehet, hogy mivel ugye teljesen csendben fekszel, nem hallgat zenét, nem hallgat semmit, egyedül vagy mondjuk, akkor az is lehet, hogy csak jobban hallod az olyan hangokat, amik amúgy is nappal is ott vannak körülötted, csak akkor nem érzékeled őket annyira, nem ha tudsz. Nem tudsz beugrani. Ide még csak valami akkor kell. Nem érzékeled őket annyira, mert más hangok is vannak körülötted. Na most az első rész, hogy elakadt. Vagy az is lehet például, nagyon sokáig azt hittem, hogy paranormális dolgok történnek körülöttem, mert hogy ugye hallottam ott ropogást. Biztos, hogy nem tudom, de oda is kell valami bentre, és így eddig meg vagyunk lőve. Meg hogy itt csak simán kattogtak a tárgyak a szobában, meg ilyesmi. Viszont azt nagyon sokan elfelejtik, hogy ugye este felé, ahogy lehűl a levegő, úgy a tárgyak, ugye hideg hatására az anyagok azok összemennek. Meg sem mozogtam. Meleg hatására pedig kitágulnak. Tehát, hogy mondjuk például egy de nem jó, mert itt toll az asztalodon nappal a kupak jobban rászorul, mert melegebb van, mint este, de ezek persze nagyon pici dolgok. Viszont ha mondjuk egy íróasztal kattog, vagy ilyesmi, akkor lehet az, hogy ahogy hűl a levegő, megy össze. Szóval... Ez biztos nem így kell. Valaki tudja, srácok, mit kéne csinálnom? Jaj, ne! Anna Mária, nekem az volt a para dolog, hogy nem volt kaja a hűtőben, az igen. Nekem is ez volt. És arra nem tudsz eltudni. Na! Ügyi vagy. Ne add fel. Ne add fel. Aha. És itt most hova? Hát mondja, másik felé. És arra a párkány rúgolj fel. Melyikre? Arra. Hát de ott már voltunk, be tudtunk oda menni, oda minek menni? Hát másik irányba menj. Úgy. Cicapok, nem érted, amit hát nem, mi másik irány? Ott már voltunk fönt, arra nem kell ott elmenni. Felmész. Ott voltunk, be tudunk és menni a Libikókáról. És itt nem tudsz átmenni? Arra ide nem tudsz feljönni? Hát nem. Nem látom, hogy hol. Hát a mögött nézd meg. Nekem volt olyan, hogy magától kapcsolódott a lámpa, és olyan is, hogy valaki mondaná a nevem, úgyhogy egyedül voltam otthon. Hát a lámpára nem tudok magyarázatot adni, viszont az, hogy valaki a nevedet mondaná, az is lehet, hogy tudod, hogy egyedül vagy, meg mit tudom én, és hogy... Ez itt most lesz az első rage rész. Nyugi. Az, ami soha nem adott meg senki semmit, hogyha idegeskedett. Nem ugrik, az a baj. Nem tudsz. Előbb ugrott. Régebben egyszer este... Szia, Hargita! Szia, de valaki tudja, mit kell csinálni, akkor ne hagyjátok, hogy szarakodjunk fél órát a semmire. Az sokkal izgalmas pedig. Az a baj, hogy már az az egyszer emlincsi. Este feküdtem, és végignéztem, hogy mellettem a lámpa magától felkapcsolódik, és nagyon féltem. Hát nem jó, nem ugrik. Visszamegyek fönt a még egyszer. Nem tudsz valahogy körbe menni? Próbáld nem. Meg. Mert ott mi van másik oldal? Ugyanúgy egy piros szar, amihez nincs elég erő. Aha. Az látszik, hogy be kéne kapcsolni ott szembe, az egyértelmű. Ó! Oh, nekem el kellene mennem a kajáért boltba, de nem akarom itt hagyni a streamet. Köszönjük Zsolt, de azért ne haj éhen, úgyhogy menj el boltba. Menj el nyugodt. Ja, nem is fog itt még van. Tartani, ne aggódj. Biztos, hogy még tart, mert megpróbáljuk végigjátszani. Nem akarom félbe hagyni igazán. Két napja beteg vagyok, meg vagyok fázva, lázas vagyok. Két napja emberi alakokat látok a sötét színben. Nagyon már hamvai lent vannak a szobájába. Tegnap nyitva volt az ajtaja, és becsuktam, jobban éreztem magam. Hát. Vannak olyan dolgok, amiket nem biztos, hogy fel tudunk fogni épp észre. Nem jó, nem ugrik. Semmi baj, cica, ne idegeskedj. Nekem olyan volt, hogy anyukámmal főztünk, és az asztali közepéről lecsúszott magától egy csomag virsli. Másik meg, nem hogy ugrik. Egyedül voltam, gépeztem és hallottam tesóm nevetését, de nem volt ott. Jó, az lehet mondjuk az nézd agyunk. Meg, nem ugrik. Ott nem tudsz ugrani. Fura. Mondjuk az agyunk képes olyan dolgokat kreálni,
hogy például hallunk olyan dolgokat, például biztos veletek is volt már olyan, hogy azt vártatok egy hívást, és azt hallottátok, hogy csörög a telefonotok, közben meg nem is csörgött. Mert hogy annyira nem ugrik ott. Vágyunk arra, hogy megtörténjen az a hang, az a dolog, vagy akármi, hogy halljuk. Szóval, hogy lehetnek ilyen dolgok is. Ha megy el az áram, és még a lámpa is lekapcsol, de mikor visszajön és újra felkapcsol, lehet valami áramhiba is. Amúgy igen, az simán. Körbe kell nézni. Ez a piros rész, ahova hogy még nem tudunk menni. Aha, ott már tisztentesz. Semmi konkrétan. Ott egy luk. Igen, de nem tudsz vízből ugrani. Szentestén eltentem a szüleimhez filmezni, és mire visszamentem a szobába, az összes világítás felett kapcsolva, és sírva rohantam ki. Mert éreztem, hogy a halott mám ott volt, amikor bementem. Te jó ég! Most valami történt? Igen, megnyomtam, hogy töltődjek, de semmit nem jött. Itt megpróbálok még egyszer elmenni, de ahhoz is még kevés az energia. Dobj egy Snickers-t. Ez a vége lesz, amikor már a másik kettő meg van csinálva. És ez ott... Nem jó. Nem tudom. Nekem tegnap volt ilyen az, hogy akartam a kis cicám nyelvogjani, és tényleg úgy hallottam, de tudom, hogy csak az agyam szüleménye. Igen. Mentem nagyban WC-s, és ott megy el a mamám úgy. Ahol a szobor volt, ott elvileg át lehet ugrani arra a kőre. De mire most ez az, hogy egy kő, hol, mit, melyik, hanyadik kő? Mi kő? Nem értem, hogy mire gondolsz. Mi kő? Össze-vissza olvasod a kommentet. Ezt olvasom, ahol a szobor van, ott elvileg át lehet ugrani arra a kőre. Mondom, az a szobor. Fönt. Mondom, a gejzírrel át lehet ugrani a kőre. Csak arra felé kell fordulni. Nem a gejzírrel. A gejzír semmit nem dob rajtad. Velem már volt olyan, hogy egy szellem megjelent. Olvasd már fel még egyszer azt a kommentet. Hát, ennyit írt csak. Most írt valamit ahol az Umaru. A szobor van, ott elvileg át lehet ugrani arra a kőre. Dév, ott a Libikókánál, a gejzénél volt egy lépcső, és ha onnan futsz neki, nem lehet, hogy elrepülsz a lyukhoz. De milyen lépcső? A Libikókánál. Én nem látom. Amit én mondtam neked, cicám, hogy arra a párkányra menj át, és onnan futsz. Nem értem. Cicám, itt. Itt a Libikóka. Nem az. De ez a ott. Libikóka. Az ott nincs. Ennél, Umaru? Most akkor megállok. Ezt kell minden este majd lemegyek a földszintre, és amikor a sötétből megyek fel, zsúlyani, ez is van, hogy a lépcsőn valaki jön fel velem. Jaj, ilyen mindenkinek van amúgy, mert ez nem ilyen jó, átlagos emberi dolog, hogy a sötétben félünk. Tehát, hogy le lehet küzdeni, én is nagyon jól küzdöttem, de amúgy így igen. Csináltam egy normális képet a barátnőmnek, és rajta volt egy fekete alak, élőben pedig nem is. Wow. Azért vigyázz magadra, halmes pacs! Na itt a Libikókád, itt semmi lépcső nincs sehol. Ide oké, hogy átugrok, most persze pont nem. De ne ideges is hát fel. Hát hogy ne idegeskednék, amikor hát úgy, nem haladunk? Hát nem csinál. Csak ne csinál. Csak ne tedd. Csak ne nyomd beljebb, mert már kicsit fáj a fülem. Csak ne idegeskedj. Nem látom a lépcsőt, nem tudom mit beszéltek. Ott nincs semmi. Cicám, nem arra gondolnak. Tehát ez a Libikóka könyörgön. Ott egy lépcső, ott. Igen. Az. De ott nem tudsz, mert nem ugrik. A harmadik színnél nem ugrik. Nyomhatom a space-t. Megpróbálhatok valamit? De milyen pici ott a lépcső? Pici előbb lépcsőnél a 3 fokosnál. Hol van 3 fokos lépcső? Menj, fordulj másik felé. Szerintem erre gondol. De ott hol a Libikóka? Itt sehol. Szerintem nem erre gondolsz.
ahogy csak a kék fény világít balra, át lehet ugrani a körre. Ott. Hol? Itt a kék fény világít. Hát de itt már ugráltunk. Semmire nem ugrottunk bele. Nem tudsz ugrani neki. Előbb átad sikerült ugrani. Zsolt Janának küld léci, mert most nem tudom megnyitni. Valamit küldött, gondolom link vagy, hogy kell megcsinálni. Tessék ide, átjövök, de innentől nem ugrom. Na, itt állj meg és akkor nézzük. Velem az volt, hogy WC-n voltam és lekapcsoltam a villanyt és kimentem, míg a rújba WC-eztetem volna, hogy felhagyottam a villany. Ez 6 napon keresztül ment, utána már nem. Erre például lehet az magyarázat. Ne, le fogsz esni. Jó. Ne, állj meg. De nem állj is meg biztos, hogy ide gondolták. Szóval ezt, várjuk meg, hogy mit mondanak. Nincs meg nekem, Jana. Akkor add ide a telód és akkor megnézzük. Szóval ez simán az is lehet, hogy valami be volt szorulva a kapcsolóhoz, és belülről visszanyomta a kapcsolót. Oda nem hiszem, hogy fel tudsz kapaszkodni. Át innen leesel. Ez a max, ameddig fel tudsz jönni. Ott meg már, és innen oda szembe. Addig nem ugrik. Érted a problémám? Várd meg. Jön a mindent meg vagy, de ez... Nem, de amúgy csak tényleg lehetséges simán, hogy... Eddig jutottunk, ennek semmi értelme. Másikat kell bekapcsolni először, hogy megáradjon és fel tudjál menni. De mit? Hol? Nézd. Itt van a libikóka. Igen. És ott át tudsz menni oda. Hova oda? Várj egy picit. Azt se tudom, hol vagyok. Hogy innen lemenjek? Aha. Ez eszembe. Másik libikóka hol van? Volt egy harmadik libikóka. Az ez az egy volt, van. Milyen harmadik? Nem, volt egy másik. Ott is kettő van egyébként. Akkor meg az még a visszább? Uh-huh. Hát de... Másik oldal nincs. Cicám, másik oldal. Nincs. Ez az egy van, amivel oda de felmész. Ott van a libikóka. Ott de van. Arra még föl sem bírtunk ugrani soha. De próbálj meg oda arra felugrani. Hát ezt kérdeztem, hogy arra a libikókára nem lehet felugrani. Oda nem tudtam, hogy kell. Akkor most megnézzük. Jó, akkor de ne idegeskedj, Cicám, mert akkor kevésbé tudsz gondolkozni is. Jó, csak tedd lehet. Olyan cuki a róka, tényleg nagyon az. Na, ez most rohadtul kellett, hogy fel. Dave ideges, hogy Dave mindig ideges. Nem, most azért már nem értem. De, cica, nem szeretem, hogyha nem értem cica. A logikát. De most már tudjuk, hogy mit kell csinálni, úgyhogy most már ne idegeskedj. Szerintem az, igen. Nekem az volt, hogy amikor reggel kimentem a szobámból, akkor ugye ittam a kakaót és elnéztem, és amikor elnéztem, megláttam, hogy fekete valamit. Erre az a magyarázat, hogy van a szemünkben... Bassza meg! Cica! Bocsánat, de tedd már vissza, hogy lássam ezt én is. Ezt mondtam, hogy vissza akartam tenni, erre mondtad, hogy csak hát tegyem le. Ide. Oda hogy tettem volna? Oda így. Nincs. Valami gazas, füves területet írnak közben. Arra a libikókára próbálj meg átmenni. De hát és ne a csetet nézed, hanem ezt is. Lassan. Ne össze-vissza ugrálj, hanem lassan, kigondolva, átgondoltan. Ne a gejzirel, nem azzal kezdünk. Átgondoltam. Igen, ez megvan. És akkor itt oda átmész, arra a legszélére ott már kijelsz, voltunk, és onnan estem le. És itt nekifutásból próbáljál meg átugrani. Nekifutásból? Hát ahogy fogok esni. Igazad volt. Jana az ész. Köszönjük Zsolt, nem, köszönjük. Zsolt az ész. Úgyhogy köszönjük szépen. Akkor ez hiányzott. Az akkor hiába próbáltam résznél, felmenni a lépcsőn. Az egy költömbölyi lépcsőnek néz ki, onnan nekifutsz a gejzinek és elrepülsz a lyukba. Jó, nézd, most jöttek ki, amire rá kell ugrálni, csak mondom. Jó, de akkor abban meg igazam volt, hogy ott írják meg, ha nem kell erőlködni, ott elhattam volna 40 percet. Semmi értelme nem volt ott lenni. Te cuki. Igen, amikor éjfél
rég aludtam telefonba, magát beadta a Google keresőt. Ja, igen, tudom, nekem is szokott ilyen lenni. És... Köszönöm a segítséget mindenkinek. Olyan, mintha valaki beszélne bele a hideg kirázat. Igen, szóval, hogy van a szemünknek egy olyan pontja, amit vakfoltnak hívnak, ami az a rész, ahol bekapcsolódik a szemünkhöz a látóideg. Na és hogyha ott annál a résznél van pont valami, ahol bekapcsolódik a szemünkbe a látóideg, akkor azt nem látjuk. Jaj! Az az egyetlen rész a szemünknél, ahol nem látunk. Na és hogyha ott van valami pont a vakfoltunknál, akkor az agyunk megpróbálja kitalálni, hogy mi lehet az, és oda képzeli, kiegészíti a képet. És hogyha mondjuk más is bemegy a szobádba sűrűn, vagy mit tudom én, akkor oda képzeli, hogy valaki ott van ott. Vagy érted, valamit, amit már előtte láttál ott azon a ponton, akkor az oda képzeli az agyad. És ez nem egy teória, vagy ez tényleg így van. Visszanőtt a víz. Szóval, hogy ezért van az, hogy valamit így csak egyszer úgy látok, úgy láttam, mintha ott lenne valami. Azért van csomószor így az embere. Nekem meg az, hogy amikor konyhában voltam és valami katonás hangokat hallottam, és kimentem, és semmi. Igen, ez lehet az, hogy például lekapcsoltátok a tűzhelyet, de még ugye ahogy hűlt ki, szűkült össze az anyaga a gáztűzhelynek, vagy a lábosnak, és hogy az is kattoghat. Meg a sütő is szokott kattogni például, miután lekapcsolod. Igen. Tetszett az a kínos, én megmondtam pillanat. Nem nekem is nagyon tetszett. Ja. Szóval igazából van egy olyan... Leszívom onnan. Mondjuk lehet, hogy akkor meg nem lesz jó a víz. Van egy ilyen szervezet, ami pont ezzel foglalkozik, hogy kutatja, hogy vannak-e szellemek. És hogy... nem... Ott van. Elfogultam. Nem elfogultam, vagy ilyesmi. Ez még nem töltött vissza szerintem, vagy de? De. De. Nem elfogultan, tehát hogy nem az, hogy belelát dolgokat, hanem tudományosan kutatja, és hogy semmi bizonyíték nem volt eddig, amit találtak volna, hogy vannak szellemek. Szóval ez azért sok mindent elmond. Sziasztok, nehéz irányítani? Amúgy nem. Nem. Az ugráláson kívül nem. Na most lett jó. Hú-hú. És most kell oda menni majd. Tadam. Annyira szép ez az zene. Igen. És amúgy szia. És mindenkinek jó szórakozást. Na, akkor most kell elmenni oda a nagyon piroshoz. Nagyon kígyóhoz. Kígyó, kígyó. Képzeljétek, ma reggel a fogmosás, ez egy ilyen kínszenvedés volt. Te láttad, cicám. Igen. Olyan durván szenvedtem, mert fáj a fogam, fáj a szám, fáj még a nyelvem is, minden, az egész elkapcsol, és... Hoppá! Így most van fogom. Elkaptam. Szia, Zoe Jungle Moore! Szia! Az a kérdésünk, hogy megtaláltunk téged? Szerintem igen. A címedet elküldted nekünk? Hoppá! Oda néz. Szegényke megint le fog gyengülni. Ó, igen, biztosan le fog gyengülni, hogyha... Valami történik. Azt, amilyen OP rókák lettünk. És most? Most mi lett? Beleadtuk, nem? Nem. Épp ez az, hogy elengedtem. Ó, akkor megint hozni kell. Pukadat-e? Sizer, ez nagyon kellemes jön, nem? Nem, azért reméljük, hogy nem. Nem lesz ilyen, csak az a baj, itt végig aftás a szám, mert igazából azt is olvastam, hogy amiatt, hogyha a fog felsérti, az is lehet, és itt a fogam felsértett és aftás lett, itt meg szerintem azért, mert nem szoktam nagyon paradicsomot enni, és most a napokban nagyon sok paradicsomot ettem, és utána olvastam, és a paradicsom is okozhatja. Úgyhogy most így egyszerre minden, hogy nem elég, hogy nem hiszem ezt három bölcsesség fogam jön, még ez is. Igen, elküldtem a címet. Nagyon szépen köszönjük, és akkor, hogyha elküldted már, akkor valószínűleg már be is borítékoltuk a te cuccod. Szegényke megint le fog gyengülni, igen. Van más ember a földön, aki így iszik? De ne már! Mikor kicentizem, mi a szaré kap fel? Felkapott voltál?
menjünk oda-vissza, mert valami nem volt jó. Lehet, hogy el kell menni előtte a piroshoz. Ez a játék, tudod mi? Itt a piros oldalas. És ez most meddig kell nyomatnom? Kevés vagy mi? Aha, nem jó. Még akár az is lehet. Akkor lehet, ez a játék, amivel játszottam, most fizetős? Igen. Igen. Ez most fizetős. Hát majdnem minden, nem csak ez. De hát ezzel támogatod a gyártót, meg mindent. Tehát... Fortnite nem fizetős. Csak hogyha veszel benne bármit. Hát jó, de alapjáték az nem fizetős. Akkor menjünk először. Nekem egyszer eszembe jutott, hogy elmegyek egy olyan emberhez, aki megmondja, hogy ki az, aki kísér engem, de jobb is, hogy soha nem tudom meg. Jaj, az ilyenekben azért nagyon nem támogatok senkit, mert nem tudhatod, hogy az illető csak éppen a pénzed akarja lehúzni, vagy tényleg, hogy mondjam, van ilyen képessége. Szóval, hogy az ilyenekben nagyon nem támogatom, hogy részt vegyetek, mert nem tudhatjátok. Na ez most mire elég? Hoppá! Megtörted! Eradicated. Csak fel kell megint töltődni. Legyőztem a gonoszt! Juhú! Antirakéta csapat vagy. Na most már visszamegyünk oda. Lihegünk el. Akkor is az volt a kedvencem puta tőled, 24 órás Fortnite live-ban. Így, ennyi meseden. Ó, még mindig tart, amúgy hello, szia. Igen, Luca, végig igen. Játszunk. Hát meglátjuk, azért ne hamarkodd el ezt. Hát jó, ha mondjuk tartana éjfélig, akkor lehet, hogy nem játszunk végig. Jó, hát nyilván nem fogadik. Hát ki tudja. Chapter 4, mondjuk jól lenne tudni, hány chapter van. Megnézem? Ne. Majd meglátjuk. De azt mondod, jó lenne tudni, hogy hány chapter van. Hát de most van. Megnézem? Befolyásol, nem. Akkor is még toljuk neki, ameddig tudjuk. Csak én nem értem azt a játékot. Nem, mi se értjük annyira. Valami történt, aztán most azon dolgozunk, hogy valamit megjavítsunk szerintem. Lehet. Hát, hogy visszaállítjuk a világrendet, vagy ilyesmit. Körbenézünk, mert tapasztalt, hogy bárhol lehet bot. Mint Fortnite-ban. Jaj Isten. Nagyon szép játék. Igen, annyira gyönyörű. Meg most már vannak képességeink, mert most már tudunk ilyen skót mező elízni. Feeling. Nem tudom, hogy Svédország. Nagy sziklák, meg minden. Az volt a kedvencem, olyan gyönyörűséges volt, hogy még mikor voltam Svédországban, akkor megérkeztünk. Amit putam, hogy egyszerűen mi is elmegyünk Svédországba? Lehet. Nem is olyan drága. Az oda-vissza út kettőnknek 100 akárhány ezer forintból kijönne. Oda-vissza. És azt képzeljétek el, hogy már az odafele úton, mikor a repülőtértől mentünk nagynénikémékhez, annyira gyönyörű volt minden, mert olyan volt, hogy fenyőerdő, szikla, de hogy kb. Ilyen tájakon ment keresztül az út, és hihetetlenül gyönyörű volt. És tényleg mindenhol fenyőerdők voltak. De hogy ameddig a szem ellátott. Megjött a társunk. Gyönyörű szép volt. Annyira jó volt meg. Az volt a legdurvább, hogy a parkokban nem galambok voltak, meg mókusok, meg ilyesmik, hanem sirályok voltak mindenhol, meg nyulak, amin nagyon meglepődtem. Minden tál volt nyullal, de hogy így a parkokban, vadnyulakkal. Tök jó. Nem brutális volt. Jaj. Most már akkor ezt le tudom győzni. Hát úgy néz ki. Aha. Ó, de jó vagy! És leomlott a fal. Ott a bot! Milyen durva lenne szerepelni a végén az Lost Emberből a farkas. Azt az nagyon jó lenne. Ezért a játékot fizettetek, mert ez egy ingyenes beta játéknak néz ki. Pedig ez már kész. Szerintem nagyon-nagyon szép. Szerintem ezen rengeteget dolgoztak, és amúgy igen.
Doggy Andy-nak 6 órába telt kijátszani, de a Dave játszik le a duplá is. Igen, én azért is mondtam, hogy... Jaj, abból gondolsz, hogyha Andy-nak 6 hát igen, hogyha Andy-nak 6 óra volt, akkor nem tudom neked, 80. Meglátjuk. Mennyibe kell az játék? Ilyen 6000-7000 forint körött. De mi feléjé vettük, mert volt 50% leárazás. Igen. Mi 3500 amúgy körül. Szerintem az tök jó lenne, hogyha kiraknánk Instán ilyen izéket, hogyha van valami jó akció, nem? Vagy amikkel játszottunk. Örülnétek neki? Mert ez 3500 volt, amikor vettem félre. Szia, Zsuzsa! Szia! Szakadjon belé egy csomag nápolyi álnévem. Figyelni kell a botot, mikor hogy virágít. Vagytok? Remélem jól. Engem még mindig nyomaszt, hogy nem tudtam elmenni. Bejött 1% és nem lehetem ott a találkozón. Semmi baj, semmi figyelj, baj. Lesz. Majd figyelj, azt hol tervezgetjük, virágít. Azt tervezgetjük, hogy jövőre lehet, hogy akár 2 találkozót is tartunk. Ez attól is függ, hogy jövőre lesz a koronavírus, vagy mit tudom én, akkorira bejön egy diadém vírus, vagy akármilyen. Már nagyon föl arra világított. Ja, a bot. Uh-huh, úgy láttam. De elkezdett volna világítani. Igen. Aha. Ott is van. Na, hogy fekszik, mint én reggel, csak kihányzik a teló a kezéből, hogy forgatja az Instát. Szóval tényleg, lesz még lehetőségre, úgyhogy ne aggódjatok. Mi újság veled, amúgy mi nagyon jól vagyunk, tök jó napunk volt. Nagyon most játszunk ezzel játék. A gyönyörű szép játékkal. Nézzük a gyönyörű tájat itten. Jó sokat kihagytunk. Hát egy párat. Hát 1-2-3-at kihagytunk eddig. De az nem olyan rossz arány, több volt. De szépen világít az alsó tájam. Alsó fertáj. Igen. Jó lenne. Én is szomorú voltam, hogy nem tudtam elmenni, de tényleg lesz amúgy. Én soha nem fogok tudni elmenni. Itt is van egy bot. Miért ne tudnál soha? Azért soha nem mondtad soha. Lehet, hogy azért már nem jöhet Budapest. Azért mondom, hogy egy béta, mert sok értelme nincs meg az ilyen játékok, amíg csak pár óra kijátszani, általában 5-10 euró max. Hát jó, de itt azt fizeted meg, tehát hogy itt másképp kell gondolkodni szerintem, mint a ilyen Fortnite, hogy mit tudom én, akár 120 órát is bele tudsz ölni, meg mit tudom én. Meg az indie gémeknek de pont ez a lényeg. Ezeknek, igen, hogy ezeknek pont, ne vedd már a csórótól a botot. Ez másik, most ja. Hoztam ide. Ja. Előbb vettem fel, meg mondtam is, hogy még egy bot. Ja. És néztem is, hogy minek van még egy. Szóval, hogy tényleg ezekben inkább a művészeti értéket kell. Ez olyan, mint egy festmény egy játékban. Tehát, hogy ez egy tök szépen kidolgozott világ, és hogy itt azt kell értékelni szerintem benne, hogy nem is annyira a sztori, mondjuk az is érdekes eddig nekem, de hogy nem is annyira a sztori, hanem inkább a művészeti értéke a lényeg. De hát igazából igen, ti hisztek a koronavírusban, mert én nem. Figyelj, én sem nagyon hittem el, hogy létezik, de utána, amikor a nagynénikém is megkapta, és nálunk életveszélyes volt a családban, állapotba kívül. Került kb., akkor utána azt mondtam, attól, hogy jó, tényleg. Attól nem tettük ki videóba. Szóval igen. Sajnos én nem tudtam elmenni, de majd egyszer remélem sikerül legalább 5 percet talízni veletek, biztosan. Biztosan. Azt mesélték tesóm, hogy amikor ez a Balaton történt, mentek el és nézték, hogy az alsó szomszédnak valamiért véres volt a pólója, vagy ketchupos, te jó ég. Reméljük csak ketchup volt. Jó lenne, az eszeszó is ilyen szép lenne. Hát egyre szebb szerintem amúgy. Igen, javítja. Nekem most a Temtem tetszik, azért mert sokat néztem, hogy játszottok vele, és megtetszett, lehet meg is veszem. Igen, most drágább lett. Emeltek, mert lesz frissítés. Igen, azért mondtam az elején, hogy nem fogják ezt leakciózni, ahhoz új játék. Majd valamikor azt is folytatjuk, de mikor, hogy ahhoz hangulat kell amúgy. Igen, amúgy tényleg simán lehet, mert nagyon sok embernél úgy jelentkezik a koronavírus, hogy nincsen tünete. Szóval ez nagyon csalóka lehet. Úgy befutottam ide a lukba. A vakondok. Mint a nyúl. Jó, hogy miért van ennyi növény, ez nekem nem tetszik. Túlzottan sok. Hát sok energiát kell, szerintem magadba szívni. Nem figyeltük a botot ám, mert most bejöttünk egy üregbe. Ó! Miért van ennyi virág? Azt a minden... Keressük meg a bácsit. Igen, mert a botot gyanús, hogy ez már itt a vége ennek a pályának. Nem tetszik. Oda be kell menni. Hát jó. De tudja, hogy a csont az ezen a pályán van, kint nem bent. Ez egy világító róka? Igen. Hát az... igen. Tudja, hogy itt lesz valahol kint a bácsi. Dév, ismered az R6-ot? Nem. Ez a szó, nekünk van egy óceánlovunk, holdlovunk, Dév, nekem van egy világító farkrókám. De rossz. És tényleg. Most nézem, hogy sehol nem világít a botunk.
Hát nem erre. De valahol biztos. Hát de erre jöttünk azért teljes, nem akarok visszamenni. Kapszi a világító rókai. Akkor max elhagytunk egy bácsit. Most eléggé veszélyes is lehet a koronavírus, hiszen úgymond kronikus beteg vagy, mert elhúzott betegségem van, de bárhova is megyek, mindig veszek maszkot. Nagyon-nagyon helyes, meg igazából... Nem az első, amit elhagytunk, úgyhogy ha nem lesz, akkor nem lesz. Meg igazából, hogyha nincs is olyan nagy veszély, mint amilyennek mondják, cicám, nem tudsz előre menni a falba. Szóval, hogy ha nincs is olyan nagy veszély, mint amilyennek gondoljuk, inkább jobb, hogyha nagyobb megelőzést csinálunk a kisebb veszélyre, mint ha nem előzzük meg a nagyobb bajt. Még egyszer benézünk. De nem, cica? Igen. Ugye az azért még mindig sokkal jobb, hogyha inkább jobb. Jó, ezt a botot visszük magunkkal. Vagy tedd le is, Max, mert visszajössz. Majd máskor úgyis mindig újra engedi a játékot, csepp törökbe mész és ott kikeresed. Aha. Na nézzük, mit csinálunk ezzel. Számomra a Fall Guys az, ami drága lenne rá a pénzem, tuti meg unem így időt emberi a játékom. Hát igen, én is elég megmondtam. Igen. Árnyvilág, vagy valami ilyesmi. Most mi is ilyen nagyon világítósok. Aha, ezért van ott annyi növény. Aha, hogy folyamatosan többször vissza kell menni. Aha. Nekem is ezen a Fall Guys-a. Hát igen, mit gondoltak egyszer? Ezt a szóban nem lenne frissítés, hogy két napig és az egyik nap jönne orbitális nagy frissítés, olyan életű lenne, mint a Red Dead Redemption. Nekem az annyira nem tetszik, szóval én nem örülnék neki. Én személy szerint nem tetszene úgy az SSO, nekem sem. Én ezt neked is elmondom, hogy amikor az Alice nyert egy Mongufta plüst, azt odaadta nekem, és amikor mentünk haza, akkor a húgom úgy fogta a kezébe, mint egy kis volt. De cuki! Szóval jó helyre került. Ezt csak kellett csak átmenni, vagy most másfele mentem, nem vagy tudom, mi történt? Jézusom. Mert itt jöttünk ki. Hol a szám? Másik lény. Akkor lehet, hogy csak egyszer kellett átmenni, mert most ideig vattunk ki. És itt mentett, ahogy lejöttem ide. Szerintem afelé a hatalmas egy kötfüggöny felé kéne menni. De hát, hogy csalnak a megérzéseim, de mintha... Nem tudom, miért gondolsz ilyet. Nem tudom. Nem tűnik olyan kedvesnek. Kicsit lejjebb. Majd a piros hó esik? Lejjebb. Lejjebb. Arra. Lejjebb. Na de hagyd nézzük messzét. Hagyd, de szép fal. De szép fal. De szép fal. Aha, itt semmit nem tudok csinálni még. Tényleg, majd a piros hó esik. Piros pó. Töltődjünk. Szóval igen, és képzeld el, Lili, hogy azt utólag tettük be, mert minden ajándék be volt készítve, meg minden, és akkor én mondtam, hogy ezt a Mongufta flüst, ezt nem sorsoljuk ki, és eredetileg egy másikat akartunk, de az túl közel el a szívünkhöz, azt mondtuk, hogy lehet, hogy azt majd csak jövőre fogjuk, mert azt szoktuk csinálni, hogy egy évközben így gyűjtögetünk, hogyha mondjuk, mit tudom én, Hádában találunk így ilyen jobb flüssöket, vagy akármilyen boltban, vagy például a kokolinomacit azt anyumtól kaptuk, és így mindig kisorsolgatjuk őket. És hogy mondtuk, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy jövőre fogjuk kisorsolni, és akkor mondta Dave, hogy akkor inkább ezt. Úgyhogy ezt csak ilyen kb. Véletlen tettük bele. Szűnik meg a fény, vagy nem tudom. Eddig tartott a megszűnés. Anyám szerint én már túl vagyok a koronán, mert mielőtt magyarok tudták volna, hogy itt is van korona, nagyon beteg voltam, és nem úgy, hogy értem, hogy normálisan nagyon beteg, hanem nagyon-nagyon-nagyon beteg. Hát ki tudja? Itt a bot! Na itt kéne megtalálni akkor, hogy ki ez kell. Itt nem tudsz ráugatni? Nincsen klikkelési lehetőség? A botta együtt nem. Ha nincs. Szóval simán lehet amúgy. Jó lenne, az összeszóban lenne egy szarvú, meg Pegazus. Bár azt mondják, hogy az összeszóban próbálnak életű dolgokat rakni, látszik Telin a kampusz, igen. Ez jó. Elvileg a megyében hamarabb átmegy a olyan, korona, mint ez vér lenne. Igen, mint mielőtt beért volna magyarba, és én egyszer tényleg nagyon beteg voltam, de nem tudom. Szerintem amúgy rólam is Jézusom, már, hogy tehát hogy már szerintem én is túl vagyok rajta, mert még az elején elkaptam. Meg szerintem anyum is.
Hatos nő. Mongufta plusz, igen. Jönne neked volt olyan, hogy nem vegán dolgot ettél, mikor vegán voltál? Igen, véletlen volt. Múltkor egyszer rendeltem egy bolonyai, nem is, egy milánói makaronit rendeltem, és az étteremben, ahol rendeltem, ott készítenek vegán, meg nem vegán dolgokat is, és véletlenül rosszat küldtek ki nekem, és kaptam, kétszer próbáltad meg szerelmem. Az igaz, hogy nálam is kétszer próbálkoztál, és másodjára hozzád mentem feleségül, de ne ez legyen a mérvadó dolog, hogy mindent kétszer megpróbálsz, nem megy, vége. Nincsen feje a rókaszabon. Tudom, de itt meg nem enged át. Szóval, hogy igazából volt olyan egyszer, meg egyszer rosszat hoztak ki, nem az én rendelésemet hoztak ki, és tojásos is hoztak, zöldséges is helyett, úgyhogy igen. Igen, pici mongoftatás, igen. Matricához tartozik aláírás? Ez meglepetés, gyerekek, ezt nem szeretnénk elárulni egyelőre. Mondjuk azt, hogy vannak olyan random kiválasztott szerencsések, akiknek nem csak matrica lesz a csomagjukban. Ennyi, de ennél többet tényleg nem mondhatok. Hanem azt a hónai szőröm. Vicceltem. Amúgy vicceltünk, csomagoltuk ebéd, vagy reggeli után csomagoltuk a matricákat, és akkor mondtuk, hogy tegyünk bele egy kanálcsípős szósz. Vagy hogy azért valami mást is tegyünk bele. De nem, azt nem tettünk bele semmit. De megyek, mert szerelmemmel most tudnánk beszélni. Sziasztok! Szia! És jó beszélgetést! Szia! Nekem régebben sok... Talán kell még valami feltöltő szart. Nekem régebben sok League of Legends cuccom volt. Egy idő után meguntam őket és elindíkoztam rendezvényeken. Na, ezt tök cuki tőled. Én január-februárban voltam, korona eset eléggé rossz volt. Tudom, nekem is nagyon rossz volt, és képzeljétek el, hogy nekem... Botunk. Nekem körülbelül 2-3 hónapig tartott. Utána jöttem csak rendbe teljesen. Én, ha beteg vagyok, nem tudok beszélni és se számolni. Ez volt Mencsvárra, amikor karantén alatt elkaptam a náthát. Ne! Próbáljunk körbenézni. Ha lesznek majd mongufta termékek, azoknak mennyi lesz az áruk? Hát ez attól függ, hogy hol fogjuk csináltatni, attól függ, hogy mennyire tudjuk beszerezni az alapanyagot, meg hogy mennyi profitot szeretnénk rárakni. Igazából nem szeretnénk ebből meg... Jaj, bocsánat. Nagyon sok profitot nem akarunk. Nem szeretnénk ebből meggazdagodni, mert nem is tudnánk. De most még rájöttünk, hogy a tagságos résznél van, amivel keveset számoltunk, és drágább a igen. Boríték. Tehát, hogy igazából ezt elmondjuk nektek, aki a matricás tagságot vette meg, a legkisebb matricás csomagot, annak konkrétan tehát, hogy nekünk többbe kerül, mint amit kapunk azután, igen, mint hogy... aki a legnagyobbat. Igen. Szóval, hogy... Mert nem kalkuláltunk, hogy a 70%-át igen. kapjuk meg, meg stb. De maradnak ezek a tagságok, de például mondjuk, mondok egy bögrét, ha lesz bögre, lesz 3500-os tagság, és ahhoz jár, vagy igen, mert mondjuk kitaláljuk. A bögrét ilyen 1000-2000 forintért igen. tudnánk megcsinálni. De ez majd még eltől. És ugye a 3000 forintból leveszi a 70, vagy leveszi a 30%-ot is, szóval, hogy igazából eléggé kevés marad. Így is, viszont próbáljuk minél alacsonyabban tartani majd az árakat, hogy azért, ne az legyen, hogy nem lehet családbarát legyen, tehát hogy persze. ajándékban meg ilyenek. Így van. Én nekem várom. Két hónapos volt, de durva. Mekkora átugrott az a róka? Na ja, igen. Milyen helyen vagyunk, nézd oda. Ez játék egyszerűen gyönyörű. Oda néz. Nagyon szép. Szépet rókáztál. Várjátok a főtörténet folytatást? Igen. Igen. Én nagyon-nagyon várom. Elvileg két hét múlva már az én vagy szeptember elején. De igazából a történet miatt is várom, de nem fogok hazudni. Hozzátesznek az érzelmeimhez azok az indokok is, hogy szeretnék 21-es szintű lenni, és szeretnék XP-t. Tehát azért nem teljesen szentek a szándékaim, ha értitek, miért gondolok. Mi fog történni, hogy benyomtuk? Nem tudom. Ja, még ott egy másik látom. Aha, még azt is be kell. Duplánál lesz valami. Én még annak örülnék, ha mindegyik tagságnak más lenne a színe és kis jelvénye. Hát igen, az mondjuk jó lenne. Elvileg a szín az az ártól függ, tehát ha lesz egy 1005 fölötti vagy 3000 fölötti, nyilván más lesz a szín, de ezt nem mi állítjuk, hanem a Judit. De az, hogy most is vannak árkategóriák és mégsem más a színe. Azt én sem azért, mert 1000 alatt van mind. Aha. Ha 1500 lenne valamelyik, az már más színe. Lehet, hogy később majd lesz olyan. Ki hát tudja. Ha lesz nagyobb igazából, tagság. Meg gyerekek, olyan dolgokat csinálunk csak, amire igény van. Igen. Tehát, hogy most például felmértük azt, hogy lenne igény tornazsákra. Mert több mint 100-an írtátok, hogy szívesen használnátok ilyen tornazsákat. Ja, nincsen minden. Energiát. Hint, lehet, hogy a közeljövőben lesz tornazsákos tagság.
Tehát, hogy olyat még sajnos ugye jogilag nem nagyon csinálhatunk, hogy csak úgy áruljuk. Viszont úgy azt ki lehet kicsit így játszani, hogy tagságként. Meg nem kijátszani, mi utána nézzük, ha egy évben nincsen 600 ezer forint bevétel belőle, addig lehet. És annyi nem lesz, tehát nem 100 ezer lesz egy tornazsák. Hát igen. Hangoftalmítás toltartó lesz. Hát igazából onnantól kezdve, amikor már minden lehet, onnantól igen. Onnantól kezdve, hogy van rá igény. Az igény. Fel fogjuk mindig mérni, most azért néztük meg a tornazsákot. Meg ugye láthattátok, a Talin volt hűtőmágnes, mondjuk ezt nem láthatok a videóba, de van hűtőmágnesünk is többek közt. Az viszont most... a hűtőmágnes 800-ért csinálják, nekünk arra rá kell számolni a postaköltséget, meg minimálisat, amit levon a YouTube. Tehát igazából ezért mondom, hogy a hűtőmágnes is, megnézzük majd, hogy hányan szeretnétek, stb. Ott van babám az asztalnál, de hozd be a miénket. Mindjárt behozza jön a hűtőmágnes, ez még csak mutatóban van, srácok. Csak megint kiesik a fülemből. Várjál, nagyítok. Jó, ezért mondtam. Tehát ez egy hűtőmágnes, fordítsd meg nyugodtan. Ki tudjátok tenni a hűtőre, ez egy tök nagy hűtőmágnes, és gyakorlatilag egy videósnál sem nagyon láttuk, hogy hűtőmágnes csináltat. Viszont ezért gondoltuk ötletnek. Bocsánat, többek közt. Még mindig ki vagyok akadva, hogy van óvőveken is nyakkendő és terítő. Ebből két darabunk van, egy majd jön a nővéréjé lesz, másik a miénk. De majd lehet, hogy ebből is lesz termék valamikor. Na várjál, mit kell bekapcsolni? Ja, a másikat. Azt tudjuk egyelőre mondani, hogy nagyobb tagságokhoz be fogjuk tenni szerintem idővel. Egyelőre csak a tagsággal opcionálisan dolgozunk, de a tagságnál azt tudnotok kell, hogy ugye a YouTube leszett belőle, és nagyon ritkán kapjuk meg, tehát nem havonta, nekünk még ilyen három havonta kapjuk meg kb. Úgyhogy azért is bonyolultabb egy picit, mert még kis videósok vagyunk ahhoz, hogy aktív csak termékeink legyenek. A tornazsák az... De szép. Sajnos... Az drága lesz, hogyha azt nem tudjuk megoldani másképp, akkor én 5000 forint az alsó határ. Azt nem lehet olcsóban, mert... sajnos, srácok. Azt egyelőre nem tudjuk olcsóban megcsináltatni se. De hát ez attól... De ha azt nézzük, a videósportban találunk... van, akinél 7000, meg 10000. Igen, viszont hogyha találunk valami olyan forrást, ahol olcsóban meg tudjuk csinálni, olcsóban... Minőségbe, mert azért fontos a minőség. Most a Hannának van például, vitte nyaralni, és teljesen jó bírta, szarrá ázott, tehát nem ázott le róla. Azért nekünk ilyeneket is figyelni kell. Mit eszel, Jana? Úristen, ez de szép lesz. Ó, már megint lebegünk. Lekvár. Nem. Nem. Viszont itt már csak egy szint van ott fent a rókáig. Egy mongofta feminis kulcsolatot nagyon adnék. Na, az például az 500 lehet. Forintért simán tudnám. Plusz a tagságrész. Tehát értitek, hogy 500 maga a termék, de meg a postaköltség, meg a tagság, azt hozzá kell tenni. Tehát ilyen 1500 körül tudom elképzelni a kulcstartót. Mm-hmm. De meglátjuk. Egyik hűtőmágnes csak két darab van belőle az egész világon. Amúgy igen. Tényleg. Amúgy a matricát is eláruljuk, azért van a 700-asban, mert ugye 250 a matrica plusz postaköltség, és az már 500 fölött van, ha meg külföldre megy 7 fölött, tehát 800 fölött, és azért mondtuk, hogy akik azt vették, a 800-as tök jó, csak nekünk már 1000 fölött van a kiadás, hogyha nem Magyarországra fülünk. Igen, viszont de ezzel is, kalkulálnunk viszont kell. Viszont azt is megmondjuk, hogy mi nem ebből akarunk most meggazdagodni, nem ebből akarunk ez jaktot venni, hogy tagságot bevezettük, hanem kijöttem a testemből. Körülbelül azt tudjuk fedezni, amennyibe kerül abból, amennyi tagságot befizettek. Igen. Szóval így nem akármeddig tudok kijönni a testemből, tehát, ez így érdekes. Tehát, hogy ez így kb. Lesz. Az, hogy nekünk se kerül semmibe, és így meg is tudjuk csinálni nektek a terméket. Akkor ezt majd valahol tuti használni kell, hogy ki kell jönni a testünkből. Persze, hogyha nagyobb csatorna leszünk, több lesz a YouTube bevételünk, akkor több akkor lesz a dolog több is. Lesz az is, amit meg tudunk csinálni, mert most egyelőre az a baj, amit ugye így, hogyha belegondolsz, akkor érthető, viszont hogyha így nem gondold el, akkor nem, hogy... Kijöttem a testjemből, igen. Kell ahhoz egy pénz mennyiség, hogy eleve meg tud csinálni hogy le tudjuk a termékeket, gyártatni. Hogy le tud gyártatni. És az, szerintem hogyha mehetünk innen. Befizeted a tagságot, azután mi nem azonnal kapjuk meg a pénzt. Hanem 3 hónap legalább. Igen, mivel még annyira kevés még a bekeresett. A bevételünk a YouTube-on. Ó, várj, én ahogy a szarba fogok én kimenni. Ó. Kijöttem a testemből. Köszönöm szépen.
Nézzük csak meg. Ó, igen, nagyobbat tudsz ugrani. Meg ilyenek. És most ezt így belerakom? Aha. Ó, látod, igen, jó ötlet volt. Zseniális ez a barackfekvár. Nagyon finom. Én ezt adnám, ha a Matricához járna egy sima A4-es papír, ami rajta van az A4-es. Hoppá, ugrani kellett, mert nézd meg. Uh-huh. Lement. Hát A4-es papír... Azt eleve nem. Azt nem, mert ugye ezt össze kéne, hogy hajtsuk. Na most akkor inkább már egy kicsit küldenénk, amit nem kell, hogy összehajtsuk. Szóval azt ugye tervesebben ja, hát most már így kell átmenni területeken, aha. De hát ezzel nem jutottam ki, valami nem oké. Várjál. Ez nagyon jó, hogy tudok most már testemen kívül lenni. És ha itt jövök ki, akkor átteleportál? Nem. Ez így nem megoldás egyelőre. Nem. De hát ezek az idő úgyis eldönti majd. Hát szerintem egy éve azt se gondoltuk volna soha az életben, hogy nekünk egy 4000 feliratkozónk lesz egy év múlva, meg a másik az, hogy tudunk termékeket gyártatni. Igen. Szóval hogy ezeket soha nem gondoltuk volna. Mármint úgy akartam érteni, hogy egy sima papírlapra az aláírás. De most Beát nem értem. Nem jó. Köszönjük Bea! Ez igazán velős hozzászólás volt, nem igazán értjük. Itt rá kéne jönni, hogy hogy jutunk ki. 4 like és megvan a 60. Ó, szerintem még én is lájkoltam. Hopsz! Hogy kéne kijutnunk, nem értem. Valami biztos kell ide, de hogy mi? Nem tudom. Várj, ez nem rombantja szét? Tudod? Nem hiszem. Nem is piros, meg semmi. Azért nem hiszem. De hát hullik a piros. De nem, ez a... Nem. Ez csak elhasználtad az erőt. Újra töltöm. Itt most nem értem. Itt van az első megint, hogy várjunk, gondolkozni kell. Töltődjek fel. Oké. Itt mindenféleképpen az R mutatta, hogy kijövünk a testemből. És valamit itt kell. Itt írtam még egyszer az... Ah, megvan. Nem látom. Köszönjük a fától szépen. Az erdőt. Mert nem kell, sziasztok, további a játékot. Köszönjük, köszönjük szépen. És kinyitja a kaput. Voltál. Jó, most már azért itt, valljuk be, ezen a szinten már bonyolódik a játék, tehát igen. Most már nem csak rohangálsz. Ez olyan, mint a tatus pálya a Lost Embernél. Igen. Emlékszel arra? Aha, és akkor most hasonlít már elvileg szerintem ne. Fel tudunk majd menni. Tehát, hogy ott is át tudunk menni valahogy, de majd kell kék energia. Ott is van. Képzeljétek el, múltkor néztem az... amerikai őskutyákról egy dokumentumfilmet. Uh-huh. Jó, hallasz? Igen. Csak már így... De így jó, nem mozgat. Kiáll a füledből, meredezik a fülhallgató. Kb. Meddig tart a live? Ameddig megpróbáljuk végig. Hát, megnézzük, hogy meddig tudunk emberi időben eljutni. Képzeld, jön az angol tanárnőm vegán. Wow! Tök király! Ez tök jó. Örülök neki. Na, de hogy az a lényeg... Nem ezt a részt kerestük, pedig már egyszer láttuk, hogy hol volt a feljáró. Feljáró. Metró feljáró. Szóval, hogy az a lényeg, hogy amikor oda mentek a hódítók Amerikába, tehát Dél-Amerikába, amúgy valami meg Észak-Amerikába, akkor hát azt kapcsolatban beszéltem az előbb, nem? Tehát akkor nem ők vitték be a kutyákat Amerikába, hanem... Aha, tényleg. Ezt próbáld meg, nem tudod még mindig felhajtani ezt? Hát itt jöttünk ki. Szóval, hogy akkor nem ők vitték be a kutyákat Amerikába, hanem már voltak az őslakosoknak is kutyáik. Tehát az amerikai őslakosoknak már eleve voltak kutyáik, és... le is írták különböző feljegyzésekben, hogy milyen kutyákat használtak, milyen célokra, meg mindenféle, és hogy nagyon sok kutyafajtát megettek, mert hogy élelmezés célokra használták a kutyákat.
valamint a nem jó. Na, gyorsabban kell. Igen, ennél gyorsabban. Viszont a dél-amerikai voltam újra tölteni. Ős közösségekben ott meg volt olyan is, hogy nem élelmezési célokra csak, hanem nem tudom, hol van virág. Hát keresd, cica. Csak érdezd meg, hogy itt kell visszamenni. Jó. Szóval nem érdekes dolgokat mesélsz. Igen. Én Bernie Pastor kutyust akarok. Én nem javaslom neked, mivel egy fajtiszta kutya, ezért egy rengeteg olyan kutya van, aki mondjuk hasonlít különében egy Bernie Pastor kutyára, és mondjuk egy menhelyen várja azt, hogy legyen gazdia, vagy különben elaltatják. Szóval, hogy én mindig ajánlom először, bármilyen állatról van szó, hogy használt állatot vásároljunk, vagy fogadjunk örökbe. Másik oldal. Szóval, hogy ajánlom azt, hogy nézz körül először a helyi menhelyeken, hogy hát ha találsz olyan kutyát, akivel beleszeretsz mondjuk első látásra. Másik pedig az, hogy ezek a kutyák nem eléggé túl vannak tenyészve, nem erre a másik oldal. Arra felel szerintem, úgy emlékszem. Szóval, hogy ezek a kutyák, mivel eléggé túl vannak tenyésztve, ezért nagyon hajlamosak betegségekre. És sokkal betegesebbek lehetnek, mint azok a kutyák, akik például nem fajta tiszták. Szóval én ezért ajánlom. Nem jó, pedig még följebb voltunk, ezért mondtam, hogy jegyezzük. Igen, meg. És mondtam is, hogy merre van, de nem érdekel téged. Mondtam, hogy arra, a de másik irányba. De arról irányba. Jöttünk, tudom, hogy itt lesz fönt. Jó, akkor ott. Hoppa. Amara gondoltam, hogy az egyik uncsi még Pesterzsébeten laknak, és milyen menő lenne, hogyha elmennénk hozzájuk jövőre, és onnan el tudnék minni munkatatalira, mert az az álmom. Ki hát tudja? Lejöltek eddig, de biztos nem ennyire a szélén volt. Nézd meg! Jönetem mindenhez, értesz? Nem. Itt nem, nem is engedt tovább, ezért mondom, hogy középütt volt valahol. Szerintem fenn. Ott volt, nézd, ahol az a buci van, és mellette van a luk. Ott. Hát onnan jövünk. Jó. Nem mindenhez értek, csak nagyon-nagyon sok dolog érdekel. És mivel nagyon sok dolog érdekel, azért sok ilyen dokumentumfilmet nézek, meg sok mindennek utána keresek. És így bővítem a tudásom, ez az egyik hobbim. Nekem két medveölő van. Körbeértünk. Német juhász és pont-pont-pont keverék, gondolom kaukázusi medveölő lehet. Nem tudom. Na. Ezt meg eddig nem is láttuk. Ez lesz a kiárat. És nem tudod itt szétrobbantni? Ha most használjam el a kéket, ami eddig rohangált. Nem volt ott egér, nem jött össze? Milyen egér? Nem, te tudod, hogy amit szét tudsz robbantani, nála megjelenik egy ilyen egérjel. De ennél még biztos nem. Majd ha az egész világ. Amúgy az egér kicsit úgy néz ki, mint egy pokélabda. Meg kéne találni azt, ahol megpróbáltunk. Rendben van, Józsi, nyugodtan. Mindenki fél tőlük. Nekünk az egyik barátnőnknek volt régen még egy kaukázusi medveölőjük, és annyira cuki volt. Hihetetlenül nagyos kutya volt. Na ezért nem akartam én kijönni onnan. Na most megint nem tudjuk, hol van. Valami fönti rész volt, meg középütt fönt voltunk. Most mi történt? Ha nem ide akartam jönni, de itt is történik valami. Na, teljesen jó. Nagyon-nagyon szeretnék a Talira elmenni, az egyik álmom. Ó, figyelj, egyszer úgyis biztos, hogy mi lesz történt? Rá lehetőséged. Nem tudom. Csak hangot hallottunk, de... Gyakort. Innen nem szabadna elmennem, vagy ja, az erre, vagy mi? Próbáld meg, hát szerintem pont az a lényege, hogy az azért... Ott van, látod? Hol? Ott rá tudsz kattintani. Most én ellemegyek, ugyanúgy akkor valami történik. Hallom, hogy valami történik, de nem látom. Uh-huh. Jó, lenézünk ide. Nekem egy kaukázusi tacskó keverék kutyim van és imádom. Kaukázus nem jó, valami és nem tacskó, jó. Az hogy? Nem vagy eléggé feltöltve szerintem. Most megint akkor, de hogy találunk akkor ide nem vissza? Nem tudom. Meg kéne jegyezni. Itt ezeknél a izéknél kell bejönni. Ezeknél a fura köveknél kell bejönni. Úgy jegyez meg. Hát
Az a baj, labirintus az egész. Cicám, de hogyha felidegesíted magad, akkor még kevésbé. Felnyílt egy ajtó, felfele kinyílt amúgy valami. Hát de ezt nem láttam, hogy hol. Szegény tacskó, igen, én is ezen gondolkoztam, hogy most ez hogy. De sehol nincs növény. Ott van, egy rakat. És verjél, mert csak arra vagyok kíváncsi, hogy a tacskó az anyuka volt, vagy az apuka. És erről jöttünk, most megvan. De akkor ott felnyílt valami fönt, én nem láttam hol. Én sem láttam. Igen, nekünk is ez volt a reakciónk, azt úgy... Jaj, ne. Ott, ahol voltál és arra a nyomólap fölött. Jaj, hát mindjárt visszamegyünk oda. Hogy lihek szegényke. Tudtátok, hogy a kutyák nem tudnak izzadni? Azért lihegnek. Tudtad, Cice? Látod, ehhez még nem megy így. Nem vagy még elég hozzá. És akkor hol volt ez a gomnyomós? Azt nem tudjuk, mert kirakták őket az utcára a tesóival, és egy állatmentő csapatnál hoztuk el őket. Ó, szegénykék. Nagyon sok kutyát kiraktak amúgy. Dév egyszer említett, hogy aki vesztagságot az valamennyi nap múlva, ha nem meg akarja emelni, akkor például nagyobb, nem 1000 forint lesz, hanem olcsóbb, és mindig annyit fog felvenni, ami ennyire vetted. Azt nem mondtam, hogy annyit fog ezt venni. Nem tudjuk, hogy hogyan van pontosan, olcsóbb, csak hogy mondtam. Olcsóbb az emelés, hogyha már egyszer megvetted a kisebb iktatságot. Biztos, hogy olcsóbb. Nem tudjuk, hogy hogy működik pontosan, ki kell kísérletezni, mert nekünk tényleg fogalmunk sincs, hogy hogyan. Itt nyílt fel. Ez nyílik ki lehet. Aha! Akkor erre próbálok. Ez most gyönyörű volt, mert majdnem leestél. Hány nap múlva lesz olcsóbb, nem fér ki? Hány nap tudjuk. Múlva? Ezt nem tudjuk sajnos. Igazából, mikor Janánál megvettük a nagyobbat, akkor fél hónap eltelt. Tehát nem tudom, úristen. És akkor itt kell most gyorsan. És most siker? Igen! Jaj! 10 ember elment. Hát, igazából lehet, hogy minden jó húbban. Köszönöm, Blanka, hogy elkezdtél követni. Szedjünk meg innövény. Nekem tacskó és Golden Retriever keverék tetszik. Nem igazán szeretem a... Mi az? Elment a zene. Hallom. Nem igazán szeretem a tacskókat, mert szegényeknek nagyon sok problémájuk van. Golden Retrievereknek is. Volt egy Golden Retriever, ami 14 éven keresztül élt, és... És eléggé egészségtelen volt szegényként, mert a lábainak minden baja volt, ízületi gyulladásai lettek a végén, és ez sajnos túltenyésztés miatt van, szóval... Szerintem igen, kinézetre tök jó, csak hogy így eléggé nehéz, már hogy ugye sok, például az orvosi költségük, hogyha ilyen, ilyen dolgok történnek velük, vagy ilyesmik, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni azért. Azt a mindét mentés! Ha nem hozod a frászt. Oké. Karika. Megyünk. Próbálom követni. Hát nem ide. Á, értem, köszi. Igazán nincs mit. Sajnálom, hogy nem tudjuk itt pontosan elmagyarázni, de ezt sehol nem írták amúgy. Mármint? Hát ugye a tagság hát olcsóbb lesz. Hát úgy tudjátok megnézni, hogy oda mentek ugye a dollárjelre a tagságnál, kiválasztátok, vagy csatlakozásnál, és akkor ott írja, hogy az alatta levőt mennyiért váltja át. Uh-huh. Ennyit tudunk. Én adnám, ha lenne egy tali, ahol valahol közel a határhoz nyílhatja ez, hogy ilyesmi. Igen, tervezzük, viszont ahhoz tényleg az kellene, hogy minimum 10-15 embernek jó legyen, és biztosan el tudjon jönni, mert nekünk azért nagyon drága az utazás, és egyszerűen praktikai okokból meg. Nem tudjuk megcsinálni, hogy, hogy mindenhova elmenjünk így. Ja, víz. De amúgy én is gondolkozunk ilyenen. Nem a Commandon és a Mops keveréke, de a Beagle, vagy mi, Mops keverék is jó.
Hű, hát a bocsánat, hogy mindig ilyen lelombozóan beszélek ezekről, de tényleg nagyon egészségtelnek ezek a kutyafajták. Aha, biztos. És például nekem volt beagle kutyám, és szegényke nagyon-nagyon rossz, hát és nem, beszarsz, nem lett jó. Ott annál a kőnél? Nincsen energiánk. Szóval, hogy neki az volt a baj, hogy én még kb. Nem hallottam olyan beagle-t, ami ne horkolna, ilyen hangokat adnak ki, mert egyszerűen annyira össze van tömörödve az orruk, nagyon szűk az orjáratuk, és azért nagyon egészségtelen kutyák. Meg például a mops is, meg a bulldogok is ugyanezzel a problémával küzdenek. Ja, a komondor az egy nagyon szép fajta, nagyon jó fajta. Ami annyira tetszik ez az olyan. Ide megint be kéne mennünk. Nézd meg, és mit veszítesz. Csak annyi történik, hogy igen, ott meghaltak az emberek, minden, és akkor a hegyek üresek lettek. Adnám, hogyha lesz majd 10 000 feliratkozótok, és én egy veterán néző lennék. Figyelj, ez igazából rajtad is múlik, hogy maradsz eddig, meg rajtunk is, hogy elérjük el, szóval igazából... Közös. Igazából nem is tudom, hogy szeretném-e, hogy 100 000 nézőnk legyen. Persze szeretném. Jó lenne, meg minden, csak hogy lehet, hogy akkor meg kevésbé tudnánk figyelni úgy az emberekre. Tehát mindennek van jó, meg rossz oldal is. Azt nézem, hogy vajon mi lehet a megoldás. Ó. Szerintem ez. És akkor jött a róka, itt meghaltak meg az emberek. És felélesztette őket. És ide megint kell energia. Másik. Jó, hát nincsen energia. Szerintem beveszek egy gyógyszert, mert leszakad a fejem. Jó, rendben. Egyik mobszunk szülei vérrokonok, és hát nem úgy néz ki, mint egy mobsz, de nagyon cuki, mert kilóg a nyelve a szájával, túl pici a szája. Hát igen, szegény. Találni nem kell tudom, növény. Azért nem is tartnék soha ilyen kutyát, de szerintem nagyon-nagyon etikátlan szegény. Kérhetek egy pohár vizet. Jön mindjárt jön a sárcok, csak bevesz egy gyógyszert, én meg keresek egy növényt. Csak öblíts ki. Itt nagyon kevés helyen van növény amúgy. De mindjárt találunk valahol. Konkrétan visszajövök a pálya elejére, esküszöm. Hát és igen. Gyors kérdés, a Talin voltak, mikor húztak a modikot, ismertem Alice-t, meg a két hannát. Igen, igen, Bogi volt még ott. Jó gondolod. Igen, sajna. Na, menjünk vissza föl. Csak az a rossz, hogy ennyire vissza kell jönni, nem tudom, hol mentünk. De mindjárt ott leszünk. Ja, itt is van hamarabb, jó, ezt jegyezzük meg, hogy itt ennél van egy növény. Tök jó. Ez az undormány, biztos nem tudom szétlőni. Adjunk még egy próbát. Nem, sajna nem. Másikban volt a növény. Közben csetet néztem, tedd le kérlek. Akkor ne tedd le, köszönöm. Nem, nem ingyenes. Általában mi fizetünk a játékok és rácok ritka, hogy valami ingyenes. Mármint, hogy azzal játszunk. Az is egy megoldás, hogyha valakitől megkapjuk ajándékba. De Steam-en rá tudsz keresni, de várjatok, mert ez volt akciós, lehet, hogy még lesz is. Mi akciósan vettük fél áron. Na most megint összekeveredtem, jó, erre kell menni, majd mindjárt visszajön, és akkor nem keveredek össze. Nem, mert akkor segítesz, meg sok erőt adsz. Csak nem tudom, hogy most merre mentünk itt erre, ugye?
valahogy felmentünk, de már fingom nincs, hogy hogy. Jó, nem tudom, hogy hogy kell, megvárjuk Janát, srácok, mert hát, ha ő emlékszik. Mert valahogy legfönt voltunk, de hogy a szarba mentünk oda, arra már nem emlékszek. Ezért rossz, hogy ennyire le kellett jönni, erre haragszok kicsit. Már nem lenne minden vérvörös, meg piros, akkor tudnám az utat, de így. Konkrétan minden ugyanúgy néz ki. És nem is látom, hogy hol mentünk mi fölfelé. Talán itt. Aha. Jó, ide most befejelünk. Megvárom Janát a fejeléssel. Oh my god, Jászmin keszthelyi hivatásos mongufta lett. Köszönjük szépen, Jászmin, a tagságot. Te vagy a 35. tagunk. 5 tag és új emojit tudunk berakni. Úgyhogy köszönjük szépen, Jászmin, és üdvözlünk a tagok közt! Érezd jól magad, és most már te is tudod használni a különböző emojikat. Köszönjük szépen! Jössz, babám, mert direkt megvárlak a bejátszással. Én intéztem neki, meglepi volt. Tudom, emlékszek most már, hogy ő a te hugod, Lili. Úgyhogy köszönjük szépen, Lili huga. Mi az? Köszönjük szépen, Lili huga. Nincs neve annak a szegény embernek? De mondtam. Jászmin keszthelyi. Már mindenfajta típusú játékot csináltak ingyenes verziót, némelyikből többet is van, azért csináltak, mert kevesebbet igen. Jössz, babám, már addig nem nyomunk tovább. Köszönjük szépen. Csak ha megint vissza kell rohanni, akkor kizökkenünk. Na klikkelek, gyere nézzük. Megint mindjárt szétizeljük a fénnyel, átmozgatjuk. Tű, gyerekek, nagyon az őszorú vagy. Nem lett jó! De cukik no. Vagytok. Sajnálom. Ugye Janának most a bölcsesség foga miatt fáj. És konkrétan a fülemtől kezdve a mondolál, míg az állkapcsomon keresztül minden létező dolog fáj. Fáj az evés, az alvás, a beszéd. Ó, akkor lezárjam és befejezzük máskor. Nem, hát akkor is ugyanúgy fáj, ha nem lehajolunk. Mondjuk tehát. Igaz. Most nem az, hogy szorosz, hogy itt ülök, vagy az ágyon, tehát. Jó. Mert mindenfajta típusú, ja igen, ez már most. Meg örültünk annak is, hogy Jászmin is eljött a találkozóra. Igen. És jól érezted magad. Lehet, hogy már legközelebb. Nem, ott volt, csak járkáltak, ugye? Hát jó, csak arra mondom, csak, hogy látod. Oda jön játszani, beszélgetni. És akkor dupla esélyetek van nyerni. Na itt most megint át kell szerintem menni, aha. Meg mindig nem tudod átizelni? Hát, sorry. Várjál, milyen magasra kell menni, vagy ha nem tudok időben nyomni. Mint Sopronban a torony. Ott volt. Hát itt már jó, nem késő, hála az égnek. De van egy tippem, hogy nem sikerült. Nagyon lassú voltam, ide futni kell. Jó van, Lili! Szia, Lilla, hakucsák! Szia. Nagyon örülünk neki, hogy itt vagy, mert képzeld el, hogy nem találtunk, hogy nem találtunk meg téged. Úgyhogy mert... Lilla, hakucsák, írjál nekünk az animeszurdokukac@gmail.com-ra, mert nem találunk se Instán, se pedig Facebookon, se Messengeren, vagy valahol írjál ránk a Maticával kapcsolatosan. Mert van, aki nem írt nekünk, és nem tudjuk elérni. És nem is találtuk meg. Tehát, hogy... Van az a szint, hogy nem tudjuk sehol megtalálni. Lila, írjál nekünk egy e-mailt. Erre, animeszurdokukac@gmail.com. Pedig erre de, ide kell átfutni. Hát akkor ez gyorsabban kell. Én is szeretném taglani, csak az a baj, hogy szerintek mondom, és hogyha nem mondanák le, akkor az autók is ölem, hogy a pénzt, és azért nem kaptam meg, de nem sokára valószínűleg az lettek. Figyelj! Sokáig lesz még tagság, igen. Nem sürget semmi, nem jó valami. Úgyhogy semmi gond. Átfutottam, rendben, be is Lilla, köszönjük, mert reggel már is stresszeltünk, hogy nem találtunk, mert hiába írtuk be, akár Messengerben neved, forgatom, akár Instagramban. Nem jó valami. Na, elforgattam. Semmit nem találtunk meg. Nézd meg, hol történik valami, oda kell menni. Hát itt. Aha, az kinyílt. És ez hol van?
Ott lesz bent. Ez az. Már most nagyon túl van. Sárkány tojások. Szia Unicorn Girl! Szia! Magufta Dévre írtam. De azt nem használjuk, srácok, az a legutolsó, amire gyerekek, írjatok. Gyerekek, az csak is a déves hívásra használjuk. Oda be se lépünk nagyon. Azt nem használjuk másra, tehát hogyha valamit mint akartok, két heregolyó, akkor vagy létszem. Inkább Instagramra írjatok. Instagramon, vagy, vagy az e-mail. Vagy az e-mailre, azt még előbb megnézzük. Szóval... Magufta Dévre írtok, az... Még én is sokszor nem veszem észre, hogyha vannak ilyen engedélykérései Messengeren, úgyhogy az sem célvezető. Hoppá. Feltöltöttünk. Itt valami biztos, hogy lesz. Na, de akkor megvan a hiba oka. Hogy? Hát, hogy jaj! Nem jó Messengerre írt. Igen, azért nem láttuk. Ó, hát az ide látszik, hogy valami ezzel lesz. Peteg. De nem olyan, mint egy pokilabda? Kicsi. Szerintem teljesen olyan. Hoppá! Miért ilyen szomorú a hangulat? Nem szomorú a hangulat, csak leszakad az arcom, annyira fájnak a bölcsességfogaim, meg aftás a szám, szóval... Hoppá, bot. Nem vagyok a legjobb állapotomban. Amúgy most tudtad, egy csomót elhagytunk, mert már embert rohadt régen találtunk. Aha, ezt ki kell majd nyitni, ezt gondoltam. Ezt fogja ezt kinyitni. Nézzük meg, hogy a bot becsillene valahol. Szia, Potato Bird! Szia! Ha Discordos Mungoft teszek, akkor hányszor játszatok veletek? Hát, hát először egyszer, és utána, hogyha megújítod másik hónapba, akkor megint. Igen, viszont most érted, hogyha... Még el vagyunk benne maradva. Benne van a lehetőségben, hogyha mondjuk, mit tudom én, így... leszünk százan Discordosok, akkor meg együtt játszunk. Akár, az is tök jó lenne. Meg hát azt mondom, hogy igazából az is... Ez most olyan csúnyán hangzik, de hogyha mondjuk... Discordos Mungoftal is játszunk veled, és van időnk, meg lehetőségünk jobban megismerni téged, akkor még az is lehet, hogy akár összebarátkozunk, és hogy tehát akkor live-on kívül, meg ilyen izén kívül is játszunk, tehát hogy meg igazából... azzal még most is el vagyunk maradva, mert most a Tali meg mindenen kívül nagyon-nagyon kevés igen. időnk volt, de már lejátszottunk 3 vagy 4 Discordos játékot. Kérdezi Lili, hogy nem tesszük-e nagyobbra a fészkemet? Nem tesszük-e? Nem, mert akkor nagyon kitakarnánk. Küldöm a Mungoft a Power-t, köszönjük szépen! Okés. De mindenféleképp megéri, és arról pedig elárulom, hogy felvételt csinálunk a játékról, mert lesz egy összevágás, de hang nélkül, és igen, bármiről igen. lehet kommunikálni velünk, meg mindent akár nem vagyunk akár izé. Hát akár arról is. Valami nem stimmel, nem tudom megint hol volt, izén növényt keresnék, mert nem lett elég. Csak egyelőre sehol nem látok növényt. Nagyon kéne egy kék. Amúgy annyira érzem, hogy ez már vége a játéknak, azért is nem akarom lezárni. Mert hogy Life is Strange szindróma lenne? Igen, hogy meg annak sem értem, hogy fél óra maradt hátra. Ide kell visszajönni, ezt meg kell jegyezni, csak ide kéne egy kék cucc. Fáj, hogy nevetek. Legyen már rossz kedvünk. Nem tudom, hol van növény. Keresd, cicám. Ne mondd azt, hogy nem tudom. Nincsen, mit tudom én, ne használj negatív jelzőket, mert akkor nehezebben találod meg. Mennyibe kell az játék? Kb. 6-7 ezer forintba kerül. De mi féláron 3500-t vettük. Aha. Aha, semmi. Tüsszentettünk. És arra mondod, hogy aha, ott van. Aha, csak ezt nem tudom használni. Mert nem villog. Tényleg, de azon gondolkoztam, hogy azért játszottunk Fall Guys-on, mert olyan tag vagyok, hogy azért, mert ennyire bírsz. Hát ez az, erre beszélek, hogy például... Ez azért nehéz, mert bírlak amúgy. Egy csomó barátunkat például úgy ismertünk meg, hogy mongufták lettek. Például Kiki. Bogi. Bogit. A Modikat is. Tehát, hogy titeket is. Tehát tényleg annyira durva, hogy így... Van nem az bírnálak a... amúgy nem játszani. Akkor egyszer játszottunk akkor egyszer volna a tagság miatt. Annyi. Tehát, hogy igen. Akkor csak sziasztok. A Minecraft lett volna, mert nem titok, hogy Lilivel Minecraftoztam. Tudtok egy jó ingyenes játékot ajánlani? Hát nem. Tehát nézz végig a csatornát, külön így most új ingyeneset nem. Hát, de a Fortnite az, amivel játszasz. De tudom. Az meg lehet, hogy annak kampó lesz, úgyhogy nem ajánlom. Hát igen. Na most merről jöttünk, mert most teljesen átjöttünk, meg kéne találni, hogy hol voltunk. Amúgy ti vagytok a kedvenc vidiseim, köszönjük de cuki vagy, szépen. Köszönjük szépen. Ja, majd este írok, rendben van Lila, köszönjük szépen.
Ráér. Jaj, csak azt hittem, hogy 2-3-szor egy hónapban, de az együtt összes discordos mongúf, tehát nem, csak veled. Tehát, hogy most csak még, veled. Amíg van-e kapacitásunk, úgy amíg szerettük nem 500-an volna, vagytok. Úgy szerettük volna mindenféleképp, hogy aki csatlakozik hozzánk, mint csatornatag a legnagyobb, az Uber után mongúfta. Ami azért még nem olyan hatalmas dolog, bármint összegbe azért sokkal az horrorabb árak vannak. Az is 1000 mennyi? 1000. 999. 1000 mennyi 1000? Na várjál, hol volt ez a szar? Most keresem, hogy hol van, amit be kell kapcsolni. És hogy azért azt szerettük volna, hogy tényleg egy élmény legyen. Bár amennyire élmény lehet az, hogy játszottok velünk, de hát, hogy... Megbeszélgetünk. Meg, hogy beszélgetünk, és hogy igen. De nem csak az, hogy leülünk játszani, és akkor néma kusban ülünk, és itt tudom, hogy... Hanem akkor tényleg beszélgetünk, akár azt csináljuk egy játékban, amit te akarsz, mint olyan szó, hogy... Anícia online. Igen, az is jó. És azt is kérheti, Valorant. Aki az lesz. Én Roblox ingyenes, és én imádom. Tényleg a Robloxban rengeteg játék van. Igen. Jézusom, hogy néz ki ez a terep, ez már mindenító. Igen, inkább swamp, mint egy ilyen mező. Nagyon kéne növény, nem akarok visszaszaladgálni. Sehol nincs növény. Úgy ezt a botot úgy hurcolászom egy ideje, de sehol nem. Ahogy ez kicsit olyan, mint Aquincum. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Óbudán van. Ó. Nagyon kéne növény. Nem látok sehol. Meg hozzád bújni se tudok rendesen, mert még az is fáj. Ott van növény. Fel a frásznak a bot. Ja, csak mert én nagyon szeretnék veletek játszani, csak azt hittem, hogy többször is lehet. Hát, dolgozunk mellett, és nem igen. Sokat vagyunk itthon. Tehát az a baj, hogy egymással is... Nem ez a főállásunk. Egymással is nagyon-nagyon kevés időnk van időt tölteni, és azért is muszáj megszabnunk határokat. Például az van, hogy most azt próbáljuk csinálni, hogy hazajövünk, és utána már, hogyha nem munka, meg nem nagyon... kötelező, akkor nem is telefonozunk, hogy minden. Ez a zene tiszta Naruto. Tényleg. Naturo, emlékszel valamivel ezt írtad? Igen. Ha emelt fel akarod? Dugd alá. Dugd alá. Köszönöm, csak én is be tudjam. Kapcsoljuk be azt is. Ja, itt négyet kell bekapcsolni, vagy hát jó, látom, hogy itt is van egy. Kb. Vagy ötöt. Forgassuk előtte. Csúj, de hangos te vagy. Dehogy hangos. Na ne. A Robloxban a Piggy az nagyon ijesztő. Nekem legalábbis nagyon. Mit nem kapcsoltam? Van egy tippem, hogy ezt többször fogjuk forgatni, és nem csak egy-egy-egy. Meghaltak nem az emberek. Nem mozdult semmi. Ez nem volt jó nem semmi. Nem lehet, hogy ugyanazok vannak rajta? Ugyanazok a stációk vannak rajta? Életre tedd mindegyiket. Életre? Aha. Látod most? Igen, ez a halálom van most. Az élet, és hogy az, hogy utána meg, hogy felépítették azokat a köveket. Próbálj meg mindet az életről. De hogy nem az, hanem hogy a felé néző. Még egyet forgass rajta. Nem enged. De. Aha. Ez kész. Ennél enged forgatni. Akkor próbálj meg erre, ha az építősre. Discordos játék az mennyi idő? Egy, másfél egy óra, kb. Egy akárhogy. Hát, vagy kihagytunk valamit. Még valami nem oké, várjál. Csak azok vannak? Azt nézem, hogy ez három, egy, de nincs négy. Kettő. Ott a három. Ezt már nem engedi mozgatni. Vagy valahol van egy negyedik. És azt nem engedi még mozgatni? Nézd meg, hogy valamelyiket nem engedi még mozgatni. De ezt. Aha. Akkor ez most a halálom van, a másik. De előbb valamit jelzett a kis izé. Akkor mondok egy-két dolgot, hogy miről beszéltünk délben, természetes játékról, amennyivel játszottunk, komolyabb témákról, kulisszatitkok, minimál magán dolgok, természetesen gyökérségekről imádtam. De cuki vagy Lili. Egyre nem tudunk már semmit. Aha.
harmadiknál lesz megint. Nem, de itt még valami nem volt. Aha. Hát nem tudjuk, hogy mi volt a megoldás, de megvan. Mi az, hogy nem tudjuk, cicám? Most mondtam el, hogy mi volt a megoldás. Az, hogy az egyiken ott van, hogy meghaltak, a másikon ott van, hogy élettek, és a másikon azt meg építették ezeket a szobrokat. Cica. Nagy róka. Imádom, amikor Dave nem akarja elismerni, hogy igazad. Igazad van. Mi volt az a hang? Itt 10 lej diszkoldos tagság, ami 700 forint. Na, akkor az olcsóbb is, de durva. Hol? Hát hol van lej? Ja. Ja. Jézusom, hát most lesz. Éppen próbálgatom a LOL-t, és nagyon nehéz. Hát én nem is értem, meg igazából annyira nem is tetszik, úgyhogy nagy lóka, igen. Fúj. Kicsit meg... Bocsán. Mondom, olyanok, mint a létszem. Igen, amúgy tényleg. Meg Lili, amúgy azt sajnálom, hogy... Mert képzeld el, hogy még aznap reggel is dilemmáztam, hogy vigyek-e ukulelét. És hogy amúgy legközelebb a... Talin, de megijedtem, hogy mozog. Biztos, hogy fogok vinni ukulelét, és akkor majd énekelgethetünk is. Mert hogy azt hallottam, hogy jó hangod van, és szeretsz énekelni. Aha. És... Jó, persze. Mit kéne itt most? Szeretem, de néha nehéz, meg néha idegesítő. A LOL. Este írhatok. Ezt most kérded, vagy mondod? Sőt, kb. Mindig. Szia, Hargita! Köszönjük, hogy szia. Itt voltál! Itt valamit csinálnunk kell, mert az, hogy ide feljöttem, semmi nem történik. Ott van. Ott nagyon van. Szép ez a rókácska. Pixel foxika. Igen. Krisbert, nem egyszerű, de ha gondolod, elmagyarázok mindent, amit tudok róla egy játék alkalmával, ha gondolod. Na, de cuki völd. Itt még körbe kell mennünk, mert itt valami még biztos, hogy lesz. Vagy kellhet. Olyan volt, hogy által mennék, én neki szállodik, gondolodik. Ezt nem tudom benyomni. Nem, mert nincsen egy érfunk. És ha itt lövök egyet, akkor feleslegesen elpazarodtam. Igen, ügyes volt-e. Ha vennék Discordos tagságot, megtanítanám David Fortnite-ban építeni, de még fizetek is érte 700 forintot. Az is igazából, az a baj, hogy Fortnite-ot is azért nem... Most nem véletlen nincs. ...csinálja, nagyon. Mert hogy örül annak, hogy egy, hogy meg lesz a Battle Pass, mert hogy nagyon keveset volt ideje most játszani, másik meg az, hogy lehet, hogy nem is lesz már utána. Meg nyílt titok, most már szerettem, hogy a Bencéig tanítsanak meg, csak nem tudtak feljönni hozzánk. Hát igen. Na itt akkor mi a franc kérhet? Már addig megvagyunk, hogy ezeket el kéne takarítani innen. Nem tudom. Na várjatok. Itt tele van minden. Nincs valahol kő, amiben... Annyira szép zenéi vannak. Ott egy bot. Ezt látom. Hogy oda át kéne ugranom? Hát... Mondjuk az a lebegő szarom is oda megy. Nehogy elhasználd most az energiát. De azt kéri. Nem. De nem veszi ki. Jó, mehetek vissza. Cicám, szerintem ennyi idő alatt már megtanulhattuk. Hallgass rám! Jó. Na, hol voltak a növények? Jobb megfigyelő vagyok, mert nőből vagyok. Egy meg amúgy is jó megfigyelő vagyok. Szóval. De már mennem kell, további jól eljött. Sziasztok. Szia, Tamás, Négújás, köszönjük, hogy itt voltál. Egy kicsit olyan, mint Oriban, feleslegesen lövünk egyet, hogy megnézzük, hogy működik-e. Amúgy tényleg, komolyan. Nagyon szeretek énekelni, de egyszerűen annyira nem voltam éneklő, és kedvem, mert a Talin pedig direkt arra készültem, meg azért bennem volt az, hogy elnyomsz a gyönyörű hangot, de hogy is, igazából... Jana, az nem olyan. Nem. Igazából nem. Nem, meg amit lehetne akkor csinálni, hogy jöjjön, hogy valaki, hogy félrébb húzódunk, és akkor azért mit tudom én, és akkor aki akar, az jön énekelni, meg mit tudom én. Mert hogy igazából így, én azt is szeretném majd a következő Mongoof Tatarikon, hogy legyen több... Több időnk. Elmondhatom, hogy legyen több program lehetőség. Tehát, hogyha mondjuk valaki éppen nem akar TikTok boomozni, akkor mondjuk lehessen ez, hogy akkor én velem egy másik ilyen, úgymond ilyen foglalkozást lehet csinálni, és nem az, hogy csak egyfajta program van egyszerre, hanem akkor lehet erre is, meg arra is menni. Szerintem az tök király lenne. Jó ötlet.
Mi a véleményetek Belláról, vagy Béláról? Nem értem, igazatok, hogy Belláról. Tök jó, hogy csinál ezt az videókat. Szerintem tök hasznosakat csinál. Magyar YouTube-on szerintem nem nagyon csinál aki más. Aki folyamatosan így. Meg aki így ilyen az összeseket megcsinálja. Aztán Pókokról is csinált az összesről a videót. Meg most a Csacsikról is azt hiszem. Meg sokat fejlődött szerintem, mutkó néztem. Meg tényleg nagyon kitartó, és amit tényleg szerintem a YouTube-hoz az kell, hogy kitartó legyen az ember, mert nem 5 perc alatt, főleg most annyira telített már, annyi YouTuber van. De van egy videónk, ami arra szól, hogy kibékültünk Bellába, úgyhogy nézd meg. Ja, csak meg 2019. dec 3-4-5-én már mondtam, hogy meg tudom Dévet építeni, de nincs ideje sajna. Igen. Ilyen ez. Ó! Valami történt. Az a nagy szív alakú szar lesz, amivel valamit kezdeni kell. Na most ez mire mutatod? Hát csak arra. Aha, ott próbálj meg szétrobbantani, vagy nem tudom. Jó. Aha, nézd ide! Én nagyon szeretek rajzolni és éppen egy mongoftás rajzot csinálok. De cuki vagy ez? Mi nyílt ki? Az a kék? Igen. Oda kell menni az errel. Na. Hát jó, ezzel alig van időm. Gyorsabban nem értem kell. Oda. És persze, hogy kiment belőlem a kék. Ott van alul egy kék cucc. Ja nem, sikerült, jó. Sikerült? Hát látod, kinyílik a másik. Viszont akkor ezt szed fel. Én is csináltam a Csacsikról videót. Na, tök király. Jana, akkor én egy karaoke partit kérek Discordon, ha szabad játszás gyanánt. Csak viccelek, bár gondolom vevők lennének rá mongoftek. Ó, ide meg nagyon kell. Hát, azt nem streamelném le. Ezt mondtam, cica, de ott a növény mit mögöttem. Mondtam előbb? Hogy menjek vissza, de ott a növény. Igen, de az nem fog visszatölteni azonnal szerintem. Figyelj, én benne lennék, szívesen. Jonával is lehet játszani? Igen, Jonával is lehet. De vele nehezebb összehozni, de vele azt nehezebb, mondtuk, mert én csak hétvégén érek rá, vagy nagyon későn este. Igen, tehát hogy Jonánál most is volt, aki kérte, hogy Jonával együtt legyen az SSO, és nagyon nehezen hoztuk össze. És még úgy is, hogy én nem tudtam gépen lenni, hanem csak kösz. Aha, ez villog, ez így ide kevés lesz. Dugd már vissza a fülembe, Léci. Nem, itt följebb kell menni, itt nem az lesz, hogy ezt kell nyomogatni először. Késő este neked mi? Jó. Befejezi ezt, mi rajzot, akkor elküldöm a nevében Instán, de cuki vagy, jó, igazából, Krisztián, majdnem, hogy oké, hogy megkérdezed, de még nem vagytok. De hogyha tag leszel, akkor lehet az is, hogy csak Janával, csak nehéz összehozni. Csak azt mondom, hogy én ugye hétköznap 7-től 7-ig dolgozok 5 napon keresztül, szóval azért mondtam, Jézusom, hogy nekem ez nagyon nehéz. Itt a csáv. Hogy összehozzuk, hogy mikor, mert azért gondolom, nem tudom, hogy lehet, hogy este 9 körül te már nem lehetsz. Vagy lehet, hogy este 11. Hogy akármi. Az meg nagyon késő nekünk. Na, megköszönte, hogy elhoztuk neki a pottyát. Uff, nagyon sokat kihagytuk. Nem baj. Nem baj. Aha. És most tölti vagy? Hogy azt kérdezted, hogy késő este neked mi? Hogy késő este az hánytól van nekünk? Én 8-ra érek haza, nekem ott kell legalább egy óra, hogy így át... Ide hozni kell még energiát. Öltözzek, meg lenyugodjak, mit tudom én. Vagy vacsorázzak. Mármint úgy értem, hogy kinek mi a késő. Igen, 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 igen. Szóval, hogy nekem ilyen 9-től maximum akkortól jó. Hát de fel vagyunk töltve, akkor nem értem. Hoppá. Ó, vigyázzál ott nagyon. Láttam, leszakadtak. Ugat. Tényleg jön a Discordon egy éneklős live. Nem, mert nagyon nem akarok éneklős live-ot csinálni. Nem annyira... Nem tudom. Rájöttem, hogy nem vagyok annyira önazonos azzal. Kellemetlenül érzem magam. Szerintetek melyik andalúz a legszebb SSL, mert most tervezek venni, csak nem tudom melyik legyen.
van már egy, de szeretnék még egyet venni, azt hiszem, Almás Szürke a neve, hogy mindenki, az nagyon-nagyon cuki, az nekünk is megvan, és az a neve neked, hogy apple pie. Nézd, lőni kellett. Aha. És most mi történik? Próbáld nézni, mert annyira nagy. Eltűnnek azok a virágok. A... ki aludt? Eltűntek a virágok. Milyen virágok? Ezek az ilyen rózsaszínos virágoknak egy része eltűnt. Mondom, rózsaszín, cicapók. Mindjárt megnézem. Visszajöttem, még se kellett mennem, örülök neked. Szóval nekem a limitált andalus tetszett az egyik legjobban. Aha, ezeket kell kikapcsolni, az ilyen piros szarokat. Azt tetszett az egyik legjobban, viszont ugye az limitált volt. Aha. Jó, azt lélekként kell. Váó, és így megmutatta neked, mit kell csinálni. Amúgy Dél most tényleg beoltott, de te még nem is vagy tök nyugi, csak rögtön. Nem csak Dél nehezebben tudja elviselni, hogyha sokszor megkérdezel valamit, mert ő egy picit türelmetlenebb, mint én. Igen. Maradjunk ennyiben. Igazából nem baj, hogy kérdezgetsz róla, mert ez tényleg egy tök jó dolog, hogy körülreagod a témát, mielőtt mondjuk pénzt költesz valamire. Ezt őrizd meg felnőtt korodra is ezt a képességet. És akkor nagyon sok fejfejes megsporolsz magadnak. Rózsaszín. Rózsaszín. Jaj, ne. Azt még Ágiék is ismerik, képzeld el. Tényleg. Uh-huh. The VR-tól néztek videót róla. Elhitted volna, ha ezt így mondom? Nem. És akkor most miért hiszed el? Mert elhiszem. De amit tényleg ismerik. Ó, basszus. Nagyon jó, hogy feljöttünk csak. Van egy kis problém. Ide kell, csak... Cica! Nincsen, itt ott van. A virág. Jó. Ott a Virgi. Virgi! Kék. Lilla. Nekem az a kedvencem, a lilla. Hopp, na akkor durrancsunk. Színezen, igen, színezen az. Amúgy, amikor Dével beszéltem, akkor kicsit úgy éreztem magam, mint egy interjúban. És megkaptad az állást. Nem jó. Lehet, hogy nem az a góc pontja, hanem másik előző, cica, előző. Ja, ez. Cica. Mi előző? Cica. Mondd már, mi előző? Hát az előző, az ja, ott. Az. Igen, akár. Vagy mit tudom én. Ez egy leesés. Uh-huh. Nem ilyen volt akkor. Más, mi volt, amiket mi széttörtünk? Hogy néztek ki? Na, olyat kéne találni. Virgi! Szia, Stable Annie! Szia! Az biztos, hogy pedig erre felfelé kell haladni. Fú, mekkorát ugrunk, hallod? Nitrós rókák! Nitróka! Jaj! Jaj! Ott rendes körbe az a kis segítőd, nem arra kell menni? Hol rendes? Hol? Hol? Hol van? Ott, még arrébb. Basszus! Ez gyönyörű volt, kicsim. Nem baj. Oda át tudsz menni, szerintem. Repülő róka. Sokan amúgy azt nem szeretik bennem, hogy nem egyszerűen tízszer elkérdezek egy dolgot, és a másik, amit tízszer kérek, bocsánat, hogy jaj, nekem is bajom. Mindig azt mondják, hogy olyan vagyok, mint egy angol vagy egy ausztrál. És tényleg ez volt. Mert hogy nagyon-nagyon, köszönjük Zsolt, nagyon-nagyon sokszor bocsánatot kérek, de igazából ez onnan fakadhat nekem, legalábbis onnan fakad. Most kérlek, ne szólj közbe, mert lelki dolgról beszélek. Oh, shit! Erről beszéltem. Még egy nem kapcsolt ki. Arról van szó, hogy nekem, amikor sikerült elfogadnom, hogy én érek valamit, mint ember, és hogy én egy értékes tagja vagyok a társadalomnak, és értékes ember vagyok, és nem kell azért is, mert hogy létezek, bocsánatot kérnem, akkor sikerült elfogadnom azt, hogy nem kell 5 milliószor bocsánatot kérnem mindenért. Mert én is hibázhatok. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy sokszor megkérdezel valamit, az lehet az, hogy igényled az, hogy mások figyeljenek rád, és ez csak egy ilyen pótcselekvés, hogy megkérdezel dolgokat. Szóval igazából az egész szerintem onnan fakadhat, hogy nem érzed azt, hogy elég értékes lennél, de hogy ha így van, nem muszáj válaszolnod, ez csak az én véleményem, szóval hogyha úgy van, hogy nem érzed azt, hogy elég értékes lennél, akkor tudd, hogy de, elég értékes vagy, mert minden ember egy egyszerű és megismételhetetlen dolog, és hogy akármilyen ember legyen, nagyon értékes. Szóval
Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen az Oszkárt az öltözőbe. Szívesen. Na hol lesz az utolsó? Mert még egy hiányzik. De ott már nem végig mentünk. Én meg a powerbankomat kérem. Jó, hát visszamegyünk oda akkor. Elesek dolog. Cicákat vagy a kutyákat szeretjük jobban? Én a cicát. Szerintem ezt is kell, nem? Megnézzük. Aha, ez is hiányzott, jó gondoltam. Megtaláltam. Csak kérdés, hogy mind lekapcsolt-e? Vagy nem? Mert még mindig vannak ilyen nagyon piros részek. Nagyon piros. Ó, az ott lent. Már nézd, most mindet lekapcsoltuk. Nézzük meg, hogy meg tudjuk-e tölteni most már. Ó, igen. Mint egy kulacsot. És igazából itt a növényekhez oda megyünk, visszatöltjük. Már nagyon finál érzésem van. Ezt mondod egy órája. Azóta az van. Ha ezt mondod egy órája délvel, az a... Megint kijött. Mi? Ezért kell majd gamer füles, ami nem ilyen. Ezért kell egy normális fül. Ja, normális fül. Nem ilyen. Elfül. Képzeljétek, az egyik Insta profil, amit követek, az egyik csajszik kitette, hogy egy ilyen beöltözős bulit tartottak, és Legolasznak öltözött. És ő készítette saját maga. De jó. És tök durva, olyan jól nézett ki. Tudtok valami jó zenét, ami nem copyright? Azt nem. Írd be, hogy no copyright, mi csak úgy használunk. Na és elvileg az Uccsoljon középütt. Na az már világít, az is, és akkor jön a középső. És nem történik semmi, tudod. Na. Na töltsük. Megint kihúzták a dugajt. Nagyon jó. Lement a víz, de előtte hozzunk magunkkal növényt. Mondjuk alapból flagma meg nap irányítás fóbiája van. És, ja bocsi, ez még valaminek a történetnek a rész. Hon van Magyarországon? Cica, 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 igen. Na, mehetünk. Szia, le! Szia, Div, igen. Vízi csúszda. Igen, menjünk. Tényleg konkrétan vízi csúszdázott. Tegnap az egyik barim azért összeveszett velem, mert három fontos barriert követtem, amit kikövetett. Három fontos barriert követtem, amit kikövettem. Ő az összes követőmet követte, csak követés miatt, de fel volt háborodva emiatt, hogy miért törölje. Ezt nem egészen értem. Figyelj, szerintem Insta követéseken összeveszni, nem téged akarlak ezzel ócsállani, de szerintem nagyon buta dolog egy Insta követés miatt összeveszni, mert léteznek az életben sokkal fontosabb dolgok ennél is, és egyszerűen az Instagram az konkrétan semmit nem jelent, semmit nem számít. Nem azért kérdeztem be többször, hanem azért, mert olyan tulajdonságom van, hogy biztos akarok mindenben, hogy kérdezek, és többször megkérdezem, még ha tudom is, hogy biztos tegyek. Akkor viszont magabiztosabbnak kell, hogy legyél, mert akkor... Ó, oh, chapter 5! Szóval, hogy akkor pedig próbálj meg egy picit magabiztosabb lenni, és vállald fel, hogy esetleg hibázhatsz, aha, mint hogy mindig mindenben biztos akarsz lenni 100%-ig. Mert mind az osztálytársam
V évfolyam, és nem beszél velük semennyire. És azért neked is ki kellett volna követni, vagy nem igazán értem a problémát ezzel most. Váó, mindjárt felmegy ahhoz a... Azt a mindenit! Az már skill! Eszek banánt, mert az jó, tényleg. Mondjuk alapból flagma, meg napirányítás fóbiája van, 5 percen belül nem válaszolsz, akkor meg biztos, hogy utálod, de alapból nem nézem a telefonom mindig. Nagyon helyes, hogy nem nézel a telefonod mindig. Másik pedig az, hogy nekem is van egy ilyen barátom, aki konkrétan 5 percig nem válaszolok, és láttam, de mondjuk nincsen időm, hogy válaszoljak rá, akkor azt mondja, hogy hát azért kicsit megsértődtem, hogy nem válaszoltál. Ez a, igen, mert nem akarok 0-24-ben a telefonon lógni, de szóval igen. Nem szeretem a banán, tudom, hogy furcsa. Nem, van egy barátnőm, aki nem szereti szintén. Kérdezik, hogy leírhatnak-e valami álmot? Nyugodtan. Én egy csomó ideig vezettem az álmaimat naplóba, és annyira viccesek voltak, ilyesmik, hogy például a Single Ladies-ban Encsivel nápolyt csempésztünk Lengyelországból, meg ilyeneket álmodtam, nagyon-nagyon szürreális álmaim voltak. Nem, lolon, csak nem tudom, hogy jegyeztessük. Lényeg, hogy megfenyegeted, hogy kövessem ki azt a három embert, te jó ég! Mert hogy majd leéget, és írtam neki, hogy ennyi fair, miért nem törli a követőimet, mivel csak kihasználni akarta őket a követés miatt, de nem írt neki. Nézd, itt valami történik. Előbb belém akart szállni. Mi? Hát figyelj, szerintem egy ilyen embernek a komoly gondjai vannak az életben, hogyha az Instagram ennyit jelent neki, hogy konkrétan többet jelent annál, mint hogy valakivel barátok. Tehát, hogy ez már szerintem egy komoly gond. Igen. Hogyha az Instagram ennyivel többet jelent annál, mint hogy konkrétan a barátod legyen. Meg próbáld meg neki elmagyarázni higgadtan. Ebben én is hibás vagyok, abban nem tudod beletölteni? Hogy átmenni. Szóval, hogy nem. Ebben én is hibás vagyok, hogy nagyon sokszor nem tudok higgadtan csinálni dolgokat, és higgadtan beszélni emberekkel. És szerintem nagyon-nagyon fontos. Próbálj neki észérvekkel elmagyarázni, hogy miért nem tetszik neked, amit csinál. Viszont ha nem sikerül, akkor meg azt mondom, hogy nem éri meg most magadat, hát ez emiatt, hogy most is ezen kattogsz, nem éri meg az, hogy, hogy egy olyan embernek a barátja legyél, aki konkrétan az Instagramot fontosabbnak tartja, mint téged. Lehet, hogy elhagytunk valamit ott a pirosnál. De ez az én személyes véleményem, nem ez a szentírás, hogy mit tudom én, szóval... Aha, itt semmi. Menjünk vissza a pirosig. Te tudom! Most nagyon elhúsodtam a gyógyszertől. Inni kéne. Jön a motivációs beszédet tart, igen. Igyunk még Lili, egy kávét. Te emlékszel arra, amikor Cumének tartotta a motivációs beszédet? Képekben meg is van örökítve. Elmondtam Cumének, körbe ment a megszédített piknikasztalon, és akkor így elmondtam neki a kezemből, és elmondtam neki, hogy Cumé, neked erre nincs szükséged. Hidd el, hogy néha én is azt hiszem, hogy azzal, hogyha eszek, minden jobb lesz, de nem lesz jobb, csak kövérebb leszel, és szomorúbb. És így konkrétan így motivációs beszédet tartottam neki. Nagyon vicces. Nem vagyok meggyőződve, hogy vissza kell menni, de egy próbát megér. Én próbáltam megbeszélni vele, tényleg normálisan le akartam neki írni, csak többi barátja is írt, hogy nehéz megérteni. Így hagytam menjen a feje után, ha ez fontosabb neki, mint a barátságát. Igen, szóval, hogy ha ennyire nem kapsz vissza semmit a barátságban, akkor az... Tehát veszed fejét a nyele. De nagyon sajnálom tényleg, hogy ez történt amúgy. Szóval nagyon rövid az volt, hogy aludtam éjszaka és felébredtem. Hát biztos, hogy oda nem kell visszajönni, mert itt jöttem fel. És azt láttam, hogy hangyák voltak a falon. Mondjuk ez nem volt álom, csak fekete pöttyöket láttam. De jó ég. Aha, emlékszem. De tényleg az annyira vicces képekben is konkrétan megörökítették, hogy így fogom Cumét és beszélek hozzá. Nagyon cuki volt. Akkor ott kell valamit kitalálni. Vannak a rókák. Kell rajtuk semmit bekapcsolni. Ó! Oh! Ezt elhagytuk. Nagyon fáj a szám. De fáj a szám. Tudod, hogy mi kicsolálj. Ó, ez most valamit csinál. Nézzed? Be kell kapcsolni az ilyeneket, vagy mi? Nézzük meg, hogy... Ó! Láttad? Hogy? Arra!
Ó! Oh. Te konkrétan puta nem veszed észre, hogy történik valami. Azt a mindenét! Ja, hogy ez lejár. Aha. És mutatja, wow. Hogy mit kell. Végig kell lőni magad a időbe. Azt de jó, kemény. De ne arra menj, akkor cicapók. De növényt kéne szedni, meg azt nézem, hogy mi lesz az út. Úristen. Azt a mindenit. Ez nagyon baj. Ez és azt hogy jó. Csinálom meg? Hát ugye, hogy előbb, csak gyorsabban. Nem, jó, akkor nagyon kell növény. Elmérhetsz 5 órát azon, hogy ahogy mit kell csinálni. Igaz. Találni kell növényt. Na, keressünk füvet. Dick, ez még mindig megy. Előbb keltem fel. Szia, Wolfi! Szia! Már nagyon a vége fele vagyunk. Annyira jó ez a játék. Hol volt akkor? Itt? És egyből bele kell ugrálgatnom? Aha. Hű, várjál. Annyira jó, tényleg nagyon-nagyon belefeledkezik az ember. És már nyílnak a kapuk? Igen. Akkor most roham! És ez rohadt messze van, nézd babám, ez sehogy nincs közel. De gyorsan kilő aztán, szóval... De nem arra kellett volna menni, hanem ott volt még köztány. Hú, checkpoint! Oh, de jó volt! Ez nagyon jó, ez olyan, mint Fortnite-ban. Tudod? Igen. Amikor egy füleseket halkítani, füldugot bedugni, Dave Rage-re készül. Nem, most nem volt. Most nem volt. Sikerült elsőre. Kis nyugodt állat folyzott. Rátesz a zene is, hogy ilyen nyugtató. Cica. Mit szeret? Csinálsz egy kávét. Uh-huh. Igen, Mufi, egy órá is mondogatta Dave, hogy már a végén jár. Amúgy tényleg. Gyerünk! Ki gondolta volna? Mit? Nem tudom, de ki gondolta volna. Ajánlom, Cica, a figyelmedbe a bal oldal található növényeket, mert nem látok, hogy lenne máshol előre láthatólag távolságban növény. És nincsen növény jelenleg. Összeugatom ezeket a tulipánokat! Megijesztem! És nem tudom, olyan laposra szárat meg a hajam, nem is értem. Csúszik, mint zsírkréta, a papírom. És legalább jót aludtál, Mufi? Aha, tudja, hogy megint itt majd át kéne lőni magunkat, de hol van, amit csinálod? Hú! Ez fájt. Bocsánat. Hol van, amivel készít? Hol van a csináló? Nem tudom. Mert itt biztos, hogy át kell lövetni magad. Puffazd meg a hajad, de... Nem látom, hogy hol van, ami beindít. Jobb oldal? Ott nem is tudsz jobb oldalra átmenni. Jó, mint hogy ott láttam volna valamit. Nem? Semmi. Nem tudom, egy óra, Dave, mindjárt vége vagyunk. Már a végénél vagyunk most, Dave. Mindjárt vége. Mert itt visszaviszik. 85 év múlva, Dave. Mindjárt vége. Ez mi volt? Ott be tudtad lőni. Betette? Még egyszer, aha. Ja, hogy itt állok, azt tesz ide, vagy mi? Nem látom. Cica, ott fent. Ne vigyél már szét. De nem tudok oda felmenni. De beteszi. Ez nem jó. Dehogy nem. Most valamit elforgatod. Hát nem igaz, hogy nem látod, cicapó. Elforgatod, de most tudok itt már menni? Hát ezeket addig kell forgatni, tudod, ameddig nem lesznek jó irányban. Keresd még ilyeneket, általában ezt. És akkor másik oldalt is van pedig. Nem tudhatom. Én se, de le fogunk esni. Imádom témet töltébe, jönne csak ennyit ez hozzá, de lapos a hajom. Hát jó van, ez most ezt most hol találjak olyat? Az az egy van ott. Cica, nem tudom. Ott is a másik. Vannak, mondjuk. Sodahogy. Sodahogy. Nem így. Surió. Kesutió. És akkor oda hogy ugrok fel? Ú, de
még kesudi ott, te jó ég. Szia Anikó, véres, de cica, hol a kávé? Majd hát ez az. Ez az, cica! Először fel kell jutnom. Innen csak azt az egyet tudom bepörgetni, a másikhoz nem tudok menni. Sőt, mondok egy még nagyobb bajt. Mi? Éhes vagyok. Jó. Jó. Good. Jó. Hogy pörgeted nem be tudsz, a másikat? Nem tudsz valami olyat nézni, amivel beindítod ezeket a gyűrűket? Hát ha fellőném oda magam, de honnan? Valahol lenn nincs egy ilyen, ami ilyen lövőszart rak be? Nézel, hogy felfelé is, nem csak lent látsz innen. De ott jöttünk, hát azért olyan, hogy nincs, amit bekapcsolsz, és ugyanúgy át kell ugratni, és oda ugratna talán. Érted, hogy mit magyarázom? Nézd, arra felé megy egy picit, arra felé. Ott nem tudsz menni. Jana, te olyan alacsony vagy való életben, de Dave sem magasabb. Igen, mindenki ezt mondja, amikor valaki először találkozik velem, és csak videóban látott, így azt mondja, hogy te jó ég, én azt hittem, hogy magasabb vagy. És amúgy ez már annyiszor előfordult, és ez a köszönöm ennél sincsen, szépen. Ahova áthozott. Biztos, hogy lesz olyan. Alacsony vagyok, ez van. A live addig tart, amíg végig nem játsszák, hogy elfogy az élelem, vagy az üdítő, vagy a türelem. Így húzogasd a pólóját, mint egy kislány, és ráncéhez cica, kérem a kávé. Cica, kérem a kávé. Akkor te meg találd meg, hol lövöd fel magad. Hát nem tudom, akkor inkább nem kérek kávé, de találd meg. Mert valahol biztos, hogy kéne lennie. Addig volt jön a magasabb nálam, majdnem ugyanakkor vagyunk, amúgy tényleg. Valaki látja, az helyen. Pedig Muffy is egy hobbit, amúgy, igen. Csak elmondom nektek. Sehol semmi. A növényes oldalon sincs semmi. Mert nem viccből mész át a növényért. Várjál, most megint valami beindult volna magától. Ezt nem én indítottam az elő. Mi a hobbit? Jön ágyú, köszönöm szépen. Nagyon hobbit, cuki hobbit, én is hobbit vagyok. Múltkori Singer Ladies próba volt, és így néztem magam a kamerában a többiekhez képest, és akkor mondom, de gyerekek, miért nézek ki mindig minden felvétel úgy, mint egy hobbit? Erre megszól a Lencsi, mert az vagy. Annak köszönöm szépen, igazán. Hol van az ilyen kis lélek bigyusz, puta? Azt néz, hogy az merre majd. Sehova nem megy. De előbb elmaradt valahol ott. Hol volt? Nem értem. A többinél jelzett, ugye? Hát nem tudom. Pedig mi, tuti, meg... hogy át kell lőni magunkat ugyanúgy föntre. Hát itt a kapu, itt nézd meg, itt belerakja a középre, és innen át fog dobni oda. Nézzél videót. Milyen videó? Hogy megyek itt át? Ja, tényleg nézek? Hát szerintem igen, tényleg. Muffy, neked nagyon megragadt az, hogy azt mondom, hogy karolj belém. Mi ez? Guidance of the North, vagy mi? Protector of the North, vagy mi? Mi? Ott a cím, neked North is. De nem látom, mert keresek most így. Vár, lélekformába fel tudok menni a vízen. Spirit of the North. Köszönjük szépen. Ja, és ezzel kell bekapcsolgatni. Köszi. De hogy erre nem jöttünk volna, nem magunkról. Köszönjük szépen. Hát nem. Bocsi, hogy elmentem szó nélkül, de nagyon kácsi. Semmi baj, ne viccelj. Mert mindenféleképpen köszönjük, lebegni Zsolt akartam. Nekem az volt meg Zsolt barettán cikkel után. Jaj, nagyon-nagyon vicces volt. Nem jó még mindig. Még apumnak is megmutattam, és neki is tetszett. Nem jó, mert még tudod forgatni, nem jó. Csak így nem tudom, mikor lesz kész, mert konkrétan lejár, mire végeznék. Türelem, cica.
Ne legyél ennyire negatív, cica. Aha. És ott van, fel tudsz futni, cicám. Ott megjelentek a spirális cuccok amúgy, csak mondom. Jó. Kár, hogy keveset vidizett, Mufi, ezt én sem tudom kivenni a fejemből. Beégett a retinánkba, hogy Zsolt a Singing in the Rain. De ezt hogy mondtam, hogy biztos, hogy fellő ide? Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Na nézzük meg, hogy mik a történetek. Az emberek meghaltak, volt, aki sírt, aztán építették ezeket a köveket, igen, aztán... nem tudom, mi? Ó, volt, aki feltámadt? Lehet. Viszont le kell mennem virágért. Jó van. Krisz meg a másik, de ne aggódj, anya, a mongufták erősek és kibírnak mindent. Mi? Ezt mondta Krisz? Lehet. De lesz majd amúgy, jövőre többet videózunk. Akkor igazából állványra le van téve, úgy nincs gond vele. Elviszik, ha kell. Tökéletes. Na. Mozizzunk. Ezt már megtöltötted. Másik nincs. Én nem töltöttem meg, ez így volt. Bevilágolt. Akkor menjünk felfelé. Rakd le a tested és nézd meg, hogy mi van arra. Merre? Arra felfelé, mert a vízen is át tudsz futni lélekformában. Igen, ezt mondtam. Mit mondod? Ne, de rossz. Dév nyakába rakunk egy GoPro-t. Hát az olyan dolgokat látna, amit én nem akarok, szóval... Lehet, hogy rossz ötlet lenne. Nagyon durva szerint, hogy a játék sztoriad nekem nagyon tetszik. Igen, amúgy tényleg. Nagyon fáj a fogínyem. Szegény babám. De nincs nem el... erről jöttünk, várjál! Nem tudom, nincsen áld egy kis lidokain. Nincs. Itt már nem voltunk az égnek. Nem tudom. Ugye jó fele jöttünk, nyugtassatok meg, akik figyelnek. Szia, bébi Yoda! Szia, bébi Yoda! Zsolt, szerintem az a rossz ötlet lenne, főleg amikor távozik a mosdóba. Nem is mentünk mosdóba amúgy az egész kb. 6-7 óra alatt. Ne egyszer sem mentünk el mosdóba. Legalábbis én meg Dave nem. Igen, mi nem. És még ott van egy. Hol a kék virág? Jó helyen. Mondom, jó helyen közelbe. Csodás. Ha ez a pálya nem az utolsó, akkor utána kávét főzök. Oké, köszönjük. Vinyognak a virágok, ugatnak a rókák. Lesz még valami? Nem, a fény vinyog. Hát igen, arra nem lennék kíváncsi. Ja, a fény vinyog. Értem, bocsánat. Ja, rá kell állni, persze. Ja, de nem így. Logika. Logic! Ott álltatok sorba a WC-nél. Igen, aztán Mufinak mi volt az első dolga, hogy visszajöttünk meg Aliznak is. Konkrétan a pofánkba tolt egy kamerát, és így. Ja, még itt egy. Cica, azt szeretem benne, hogy annyira körültekintő vagy, és megfontolt a játékokba. Ha-ha-ha. Már csak egy részlete nincs megvilágítva. És most kell ráállnom, gondolom. Csak kell a virág. Szia, Bogyor, Blanka, de cuki neved van. Amúgy igen, Mufival egymás mellett álltunk és néztük, hogy sorban álltok. Hát nagyon jó program lehetett, komolyan. Déva se tudta, hogy mit kellene csinálni a kamerával. Kitálom, azért volt ott sor, mert jönnek nagy dolgokat. Ha-ha-ha-ha-ha. Nem, én el sem mentem WC-re. Ez mi volt? F-fel ki tudod így lőni magad. Mondom, fast. Azért F. Most hova lőjem? Lőjem magam neki. Hát igazán okos ötlet. Tényleg. Bocsi, jön semmi. De miért? Hova lőjem? Szia, Lili! Örülünk, hogy itt vagy. Szia. Nem, hogy nem azért volt nagy sor. Azért, mert egy WC volt, és csak egy ember mehetett be egyszerre. Most már megvan a plusz skillünk. Szuperszónikus róka. Halljátok, beléptem és azt kapom, hogy egy modi letiltott. Lehet, hogy a Nightbot. Lehet, hogy a Nightbot, nem tudom. F-fel kilőn a laptopon, miért nem tudom ezt? Ne!
Ok nélkül senki sem tilt le. Persze, ok nélkül nem tiltunk le. Figyeld, belőlem magam. Azért kaptad meg ezt a skillt szerintem. Ugassuk össze a virágokat. És a bot, cica. Látom. Ó, és itt is lesz valahol a momia. Múminya. Bent van a múminya. Hol? Az a rossz hírem. Láttad bent? Nem, de már nem világít a bot. De, most is világít a bot. Itt kéne valamit szerelni. Lehet, ez lesz a bejárat. Várj, és ezt hogy nyitod ki? Hát, azt is én nem tudom. De én letiltottam a Nightbotot. Letiltottad a Nightbotot? Azt nem tudod megcsinálni. Attól még a hatással van rá, csak nem látod. Micsoda. Szia, Mária! Megint a telefon nagyon belebúg. Mondjuk az igaz. Ok nélkül senki se tilte senkit, csak engem, Mufi. Jó, mindjárt visszamegyünk, mert nem értem. Itt lesz valahol a múminya. Még hallom is, hogy sistereg. De ide hogy jutok be? Itt sistereg nagyon. Mit kell ehhez csinálni? Ott ja, vannak ott, azok ott, a izékek. Nem látom az írását, de mindegy. De rossz. Ezért rossz a bot. Tedd le valami máshova. Na. Valahol még van. Kérsz egy örök bont, mert tényleg bármikor adok szívesen. Ne! Azért csak nem. Na hol van még ilyen elcsavarós? Ott van. Elcsavaró? El Salvador. Ne, nem, Mufi, bocsi. Ez megvan. Ott van még egy. Fent. Ne. Ó, oh, megvan. Hol a bot? Hogy vissza? Jó róka. Jó kutya. Okos róka. Iszonyatosan cuki rajzot csinál a Jászmin. Ó, oh, nagyon várjuk már. Igen. Na és itt a múminya. Halló. Csokolom. Ébredj. Csontos kezit csokolom. Köszönöm szépen, testvérem. Elszivárgok, mint a gáz. És most? De kétlem, hogy vissza kéne addig menni. Ott mögé nem tudsz elmenni? Mi mögé? Hát arról jöttünk. Akkor meg lefelé. Várjál, még megnézem. Mindjárt felrakom. Ott oldalt nem volt valami? Hol? Lejjebb oldalt. Hát itt a folyó van meg, ahol jöttünk. Azért mondom, hogy nem értem, mert már körbe mentünk egy pár szó. Most ide jöttünk vissza. Ott van valami nagy kastélyszerű cucc, oda kéne szintén menni. A egyenes lefele? Ó, egyenes közé. Ugye itt bejött. Ez a játék hány euró? Nem tudjuk pontosan hány euró, de 6-7 ezer forint. Azt képzeltem valamit nemrég, hogy Janáéknál aliciázok, és azzal flexelek, hogy egy kézzel írogatok a chatbe, és nem figyellek a mapra, azt megnyertem a versenyt. Te jó ég. Ez teljesen jó. Na még nézzük meg, hogy itt nincs a más benne. Az egy dolog, hogy őt felkeltettük. Nem hiszem, hogy lenne. Semmi. Semmi. Jó, lefutok arra, aztán utána akkor hozok egy kávét. Janet, te szoktál olvasni?
Ez egy nagyon nagy nyúlüreg. Szeretnéd, hogy beleugorjunk? Igen, szoktam olvasni. De hát arról jöttünk, nem? Nézzük meg. Nézz arra, szívem. Azt mondtad, nézzük meg. Igen, erre voltunk már. Itt a tábla. Azt kérem, hogy nézzük meg. Nézd meg, nézem az arcot. Ezzel még mindig nem tudsz semmit csinálni. Merre menjünk már? Most össze-vissza mentünk el, mert föntről is jöttünk, onnan vissza küldött erre. Most lemenjünk teljes a piros. Most pitpottyak. Szerintem igen. Ez gyönyörű volt. Az visszafelé fut. Azt akarom mondani, hogy az úgy nem lesz. Csúszkálsz. Szóval, igen, szoktam olvasni, a fantasy könyveket szeretem a legjobban, meg nagyon szeretem a romantikusokat, meg nagyon szeretem Jókait, Mixeltot, Babicsot, tehát hogy ilyeneket szeretek olvasni. Nagyon szeretem a verseket is, nagyon sok mindent szoktam olvasni, és igazából, meg régebben amúgy olvastam ilyen keresztény pszichológiai könyveket amúgy is. Lehet, hogy azt a kaput ki kéne nyitni, ahol mi csak átlőttük magunkat. Úgyhogy ilyeneket szoktam olvasni. A mostani kedvenc könyvem az Éhezők Viada trilógia, meg nagyon-nagyon tetszik, azt mondjuk még olvasom, az Eragont. Az Eragonnak a második köteténél tartok, mert igazából az Eragon az eléggé nehéz olvasmány, mert nagyon-nagyon leíró, és nagyon-nagyon hosszú könyvek. De itt meg semmi nincs. Ilyen 700 oldalas könyvek kb. És 4 darab van belőle. Álljunk meg! Szerintetek vissza kell futni, vagy nem? Mondjuk ott nagyon áll a tüzes szar. De azok, nekem... akkor 2 pályát vissza kell menni. Lovagoltunk már. Nekem valamiért nem engedi YouTube, hogy live vagyok, de már a kód és telefonszám, amit nekünk kellett megvan, de még mindig nem megy. Abban sajnos nem tudok segíteni. Én sem, hogy miért nem. 16,79 euróba kerül. Köszönjük szépen. Véletlenül beléptem ezt a szóba. Az igen. Az igen, mekkora dugi. Csat egy sajtos tejfölös. Mi? A felénél járunk, azt írja Lili. Jól gondolhattam volna. Komoly a fele? Tehát, hogy... Akkor nem fogjuk ma végigjátszani, hát ha ez a fele. Majd a folyamán, mert megtanulhattuk, hogy nekem sosincs igazam, és nem szabad rám hallgatni. Most kell visszafele mennünk, osztott. Vagy nem? Mert feleslegesen szerintem nem akarok. Arra indulj el a piros felé, cica. De... Jó. Megnézzük, de az 3 pályával ezelőtt. Mondjuk most is jöttünk visszafele. Kb. Igen, ez a fele. Akkor tévhit volt, hogy végigjátszom egyből. Szóval, hogy attól még, hogy most ez furán fog hangzani, hogy ezt magam rondolni, attól még intellektuális vagyok, attól még nem biztos, hogy olvasok, mert igazából ez csak egy ilyen választás, hogy szeretek amúgy olvasni. Amúgy nem tudom, szerintem live-olni, bárki tudnám. Most azért már kérdezik, igen, de nem igen, csak hogy lehet, hogy valamiért nem engedi neki a YouTube. Lehet, hogy kaptál valami büntetés, vagy ilyesmit a YouTube-tól? Na, Dave, gratulsz kb. A fele. Jön a Dave, ti lovagoltatok, vagy szeretnétek? Nem, én nem szeretnék lovagolni. Viszont voltam már, igen, lovagoltam már, viszont így szabadon soha nem. Piper, tudod mi kell, ha nem tudsz live-olni. Micsoda? Kajolok, így nem tudok megírni a megoldást, mert nem tudom merre mentetek. Nem baj, szerintem most ezt egy picit pihentetjük, szerintem ez lenne a célravezető. És akkor innen folytatjuk. Hát jó, de mire már... újra lesz egy szabad hétvégén? Mondjuk az a jövő hét. Hát nem értem a problémát. Ja nem, mert biztos nem, mert szombaton dolgozol, én meg vasárnap. Cicám, mellette kell elmenni. Ott. De ha most ezt félretesszük, akkor lehet, hogy 3 hét mire újra tudjuk. Hát addig legalább kiszellőztetjük a fejünket, meg tudunk én megoldásokat nézni. Nem akarom megnézni. Akkor meg tudunk kiszerőztetni a fejünket, az is fontos. Mert erről jöttünk, de vissza se tudok menni a víz miatt. Ez kb. Esélytelen. De hogy nem tudsz visszafelé menni. Ez lefolyik, nem tudsz. Ja nem úgy visszafelé, amúgy meg ha a testedet kint hagyod, akkor visszafelé is tudsz menni, csak mondom. Jó, de ha meg nem lesz egyből cucc, akkor nem. Nem, nézd meg, nem fogsz addig visszaérni ezzel. Eddig lehet, hogy nem kell vissza. Nem tud. Ez a maxam eddig visszajön. Aha. Hát akkor nem itt lesz a feladat.
le kell tölteni a live szoftvert, nem kell visszafele menni. Na, akkor fajn. Hát én nem tudom, hogy kell YouTube-ban live-olni, mert én az OBS-ben live-olok. Igen, a YouTube stúdiót mi se tudjuk, hogy kell, mert mindig OBS-en szoktunk live-olni. És akkor innen folytatjuk legközelebb, hogy itt megint belőjük magunkat. Csak hol volt a szikla akkor? Csak nem tudom, hogy menti le. És az utolsó chapter óta nem mentett rohadt rég. Még ezt hagyd nyomja be? Rég volt mentés, az a baj. Tehát a pálya elején volt mentés, és itt meg csomó mindent csináltunk. Most miért nem? Most mit csinál? Mert nekem az a bajom, hogy nem mentett körülbelül mit tudom én mióta. Na, akkor nézzük meg. Mikor átjöttünk a vizen, kb. Ott volt mentésünk. Amikor beestünk oda a vízbe. Szar ügy. Nem erre kell menni ez a becsapás. Te meg mondtad először, hogy erre is jó. Én azt hittem, hogy próbát megért. Jó, lényeg az, hogy elvileg ott mentett, hogy mi itt átértünk a víznél. Ott igen. Középütt. Hát jó, akkor ezt jó. Meg újra kell ezt a pályarészt csinálni. Jó. Be nem tudod beletenni a vizet. Ha, jól van. Na akkor majd innen folytatjuk, csak megnézzük, hogy akkor honnan kezdi, azt még várjuk meg. Közben elköszönöm, hogy hol tölti be, mert nekem az sem mindegy. Tuti, hogy nem ott, ahol megállsz, tehát az a bajom. Lehet, hogy most feleslegesen csináltunk meg 20 percet, vagy 40-et. Nem felesleges, mert élveztük. Majd ha bemegyek ide, hogy tovább folytat. Aha, látod itt, hogy a vízből. Hát igen, ott van az utolsó mentés. Jó, hát akkor innen kell majd legközelebb fölfelé. Na reméljük, hogy tetszett nektek, srácok. Nekem nagyon tetszett. Pár hét múlva folytatjuk, amikor újra Janával le tudunk ülni ketten hétvégén, mert most hétvégén folytathatnánk, de ugye SSO outfit lesz. Igen. Szombaton, ha minden igaz, miután felkeltem, mert ugye pénteken én dolgozok. Aztán hazajövök és alszok. Úgyhogy legyen szép napotok, jó pihenést és jó hosszú és hétvégét mindenkinek. És boldog augusztus 20-án nektek. Igen, sziasztok! Sziasztok!